52. A bejáratnál egészen pontosan a kolostori épület bejáratánál többen is várakoztak. Közben egyfolytában gesztikuláltak, és a hegyek felé nézegettek. Azok pedig nem voltak messze tőlünk, néhány jókora szikla, amelyek valószínűleg földcsuszamlás következtében gurultak le hozzánk, ott magasodtak közvetlenül a kolostor kerítésének a szomszédságában. Nem akartam túlságosan megközelíteni őket, Tisztes távolságra tőlük megálltam, és megpróbáltam megállapítani, hogy mi is történhetett. Éppen tettem volna feléjük még néhány lépést, amikor az épület sarka mögül rám pisszeget valaki. Megszorítottam a zsebemben a stukkert és odasétáltam hozzá. Emmer kerintön állt a falnál. Terepszínű ruhában és könnyű csizmában volt, mintha az elmúlt percekben érkezett volna vissza egy afganisztáni bevetésről. Ne menjen közel hozzájuk figyelmeztetett. Nem akarok bajt. Tudja, hogy mi történt. Valakire ráesett egy kő. Bizonyos George-ra. Ismeri. Nem én. Mr. Dermot kíséretéhez tartozik. Amíg beszélgettünk, felbukkant az udvaron Mr. Dermot is. Ő is terepszínű ruhát és csizmát hordott, mintha ugyanannak az egységnek lettek volna mindketten a tagjai. Mr. Dermot észrevette carrington de nem szólt egyetlen szót sem. Intett a többieknek, hogy csökkentsék a hangerőt, aztán odahajolt hozzájuk. Nem kellett nagy képzelőerő, hogy tudjam, miről van szó. Meghallgatja az embereit, hogy megtudja, mi történt pontosan. Néhány perc nyissus mogás után Mr. Dermot otthagyta a csoportosulókat, és tett néhány lépést felénk. Nagyjából ott állt meg, ahol korábban én álltam. Ekkor tudatosult csak bennem, hogy Mr. Dermot milyen alacsony kis emberke. Még a szerzeteseknél is kisebb, pedig a hegyi emberekről badasság lenne azt állítani, hogy óriások. Hallasz engem, kerintön? kérdezte éles hangon a potrohos férfi. Naná! felelte kerintön. Ő viszont legalább egy fejjel magasabb volt az átlagnál. Nem igen láttam még életemben náluk furcsább párost. Te csináltad? kérdezte Mr. Dermot. Mi az ördögről beszélsz? Csodálkozott ember kerintön. Valaki csapdát állított nekem panaszkodott dörmött. Meghalt egy emberem, George. Te is ismerted, mi? Mi közöm nekem mindehez? Látszólag sajnálkozó volt kerintön hangja, de láttam a szemén, hogy úgy érzi magát, mintha hájjal kenegetnék. Tudom, hogy te csináltad. Esze ágában sem volt. Én tisztességes eszközökkel operálok. Ezt még megbánod. Kiáltottam Mr. Dermot. Rohadtul megbánod, James. Nem követtem el semmit, de azért állok elébe. Szerencsétlen hülye vagy te, Bruce. Majd meglátjuk, hogy ki a hülye. Az nevet igazán, aki a végén nevet. Még néhány fenyegető mondat, és feloszlott a csődület. Mindenki ment a dolgára. Én is az enyémre. 53. Geluk szerzetes csak a fejét csóválgatta. Persze, hogy nem árultam el nekik semmit, Rimpóce. Te a barátom vagy, és tubákot hozol nekem. Pedig ott voltam, amikor ez a dolog történt. Hol történt? Kérdeztem. Az egyik barlangnál. Veszélyes barlang az. Potyognak róla a kövek. Régen is potyogtak, ma is potyognak. Csak egyszer voltam benne, aztán azt mondtam, hogy soha többé kicsit körülnéztem odafent, hát ha találok valamit, ami nyomra vezetne, de nem találtam semmit. Egyszer csak megjelentek néhányan, és kezdték átkutatni a barlangokat. Ott hasaltam egy szikla mögött és mindent láttam. Kik voltak odafent? Nem ismerem őket, Rimbúce. De az az ember, abban a tarkaruhában, Mr. Dermot, ő ott volt. Bementek a barlangba. Be, Rimpócse. Nem beszéltek róla, hogy miért éppen abba. Hallottam a beszédüket, de nem értettem mindent. Már kezdek felejteni angolul, pedig elhászában még angol nyelvet tanítottam. Szóval, egyszer csak bementek az egyik barlangba, talán azért abba, mert az látszott a legbiztonságosabbnak. Láttad, hogyan történt a baleset. Gelug megcsóválta a fejét. Nem baleset volt az, Rimpóce. Azt az embert megölte valaki. Valaki csapdát helyezett a bejárat mögé. Biztos vagy benne. Ott voltam, amikor kövek zuhantak le a barlang mennyezetéről. Nem nagyok, de sok kő. Éppen csak ki tudták húzni alóla az áldozatot. Te persze megvizsgáltad, miután elmentek. Éppen ezt tettem, Rimpócse. Na, és mit láttál? Ezt mondta a Rimpócse. Palástja öblébe nyúlt, és kihúzott belőle egy hosszú, talán másfél méternyi zsinórt. Mi ez? Kérdeztem. Valaki kitűnő csapdát épített odabent, Rimpó sem magyarázta. Készített egy fapolcot, rárakta a köveket, aztán felhúzta a polcot a barlang mennyezetébe fúrt kampók és a zsinór segítségével jó magasra. Rögzítette, majd a zsinórt végigvezette a barlang padlózatán, és beszólt a porral. Úgy vezette, hogy ha valaki arra jár, biztosan akadjon bele a lába a zsinórba. És éppen ez is történt. E szerint ez azt jelenti, hogy valahol a barlangban, a törmelék alatt fekszik a múmia. Vagy a törmelék mögött. Valóban, Rimbócse. Ott volt. Volt. Már nincs ott vigyorgott gelug. Akkor, hol van? Kérdeztem gyanakodva. A cellámban mondta. Megnézed. 54. Valaki azt suttogta a fülembe, hogy legyek óvatos. Női hang volt, az biztos. Arra gyanakodtam, hogy talán magatára Isten asszony lehet, vagy az a gyönyörű nő, akiről a szobráztára szobrát mintázta. Meg is tettem mindent, hogy a barátom legyen. Megtöltöttem az oltáron álló tálkát áldozati ételelű szemekkel, és elmondtam előtte három imát. Sőt, még az ima füzéremet is elimátkoztam volna előtte, ha megtaláltam volna. Csak hogy az alig hanem új delhiben maradt abban a táskámban, amelyet letétbe helyeztem a pályaudvar csomagmegőrzőjében. Nem, mintha vonattal utaztam volna, csupán ott volt biztonságos csomagmegőrző. Igaz, volt a szállóban is, ám mivel a hotelhez való viszonyom erősen megkérdőjelezhető volt, fennállt a lehetősége, hogy átkutatja valaki. Ezért inkább a pályaudvarit választottam. Megnézem bólintottam. Gelug szerzetes megindult előttem a cellája felé. Köves, Rimbóce. Gondolataimba mélyedve bandukoltam mögötte. Nem vetett fel az öröm, és éppen ez volt az, ami óvatosságra késztetett. Pedig ha valóban megvan a múmia, alig ha nem megütöttem a főnyereményt. Annyi pénz zúdul a nyakamba, hogy életem végéig elláthatom Gelug Rimbócse-t tubákkal. Gelug kinyitotta a cellája ajtaját és félrehúzódott előlem. Én pedig szembe találtam magam a múmiával. Ami azt illeti, láttam már múmiát, eleget főleg múzeumban, ám mivel az én szakterületem elsősorban közép- és délkelet ázsia terepen csak ritkán találkoztam velük. Erre a vidékre nem jellemző, hogy mint az egyiptomiak, tömegesen mumifikálták volna a halottaikat. Távol keleten csak a kimagasló személyiségeknek járt ki ez a megtiszteltetés. Be kell vallanom, hogy nemigen kedvelem a múmiákat s nem elsősorban azért, mert nem nyújtanak esztétikailag vonzó látványt, sokkal inkább azért, mert szerintem még a halottaknak is lehetnek jogaik. Hát ha nem járulnának hozzá, ha megtehetnék, hogy szánalomra méltó állapotukban, gyakran lemeztelenítve, mutogassák őket bámuló embercsordák előtt. Ha sejtették volna annak idején, hogy haláluk után mi lesz belőlük, alig ha járultak volna hozzá, hogy évezredekkel később celebet csináljanak a maradványaikból. Nos, a geluk szerzetes asztalán álló múmia még a múmiák között sem nyert volna szépségversenyt. Annak ellenére mondom ezt, hogy jó szerével nem is láttam semmit belőle. A ráborított vörös palást majdnem egészen eltakarta előlem. Csupán az arcát láttam és vicsorgó fogait. És fekete volt először afrikainak is hittem. Aztán észrevettem, hogy fekete festékkel kenték be, s ez az anyag vastagon borította a bőrét. Közelebb léptem hozzá, és az arcába néztem. Inkább európai, mint ázsiai vonásai voltak. Nem hökkentett meg, elvégre élnek Tibetben olyan embercsoportok, akik indoeurópai eredettel dicsekedhetnek. Gelug szerzetes nem szólalt meg mögöttem, türelmesen megvárta, amíg hangot adok a véleményemnek. Ez lenne az. Kérdeztem. Ez mondta Gelug. Őt rejtette el a titokzatos szerzetes a barlangban. Szerinted ő is szerzetes lehetett? Gelug megvonta a vállát. Ki tudja azt, Rimbócse? Figyelj, ezt találtam még mellette. Gelug Rimbócse felém nyújtott két, kézzel írt papírlapot. A lapokon tibeti írás díszelgett. látszott rajta, hogy akárki is írta, értette a szép írás módját. Két lapa halottak könyvéből, mondta Gelug. Gondolod, hogy ő másolta valaha? Nincs jelentősége, Rimbócse de nagyon művelt szerzetes írhatta. Nagyon szépek a betűi. Fejfedő nem volt rajta. Kérdeztem. Nem, Rimbóce. Pedig alaposan körülnéztem odabent. bent. Erőt vettem magamon, és megkapargattam a múmia fejét. Egyetlen pillanatra az az érzésem támadt, mintha el akarta volna kapni a kezem elől. Ahogy végighúztam a kezem az arcán, feltűnt, hogy milyen rücskös a bőre. Az a fekete anyag, amit rákentek, mintha beleéget volna a bőrébe. Bekenték valamivel, mondtam. Be, rimpócse, bólintott gelug. Szerinted mivel? Fogalmam sincs, róla vonta meg a vállát. Nem értek a mumifikáláshoz. Van olyan ismerősöd, aki ért hozzá? Nincs, rimpócse. Nem ismerek ilyet. Mit szándékozol tenni vele? Számtalan gondolat vágtatott végig az agyamon, s gyorsan megpróbáltam rendszerezni őket. Geluk türelmesen várt, majd amikor megunta, ismét megvonta a vállát. Felőlem akár itt is maradhat. Nem fog sokáig zavarni, ígértem. Hamarosan elviszi majd valaki. Így is történt. Valaki tényleg elvitte. Csak éppen nem az, akire számítottam. 55. Senki nem gondolná, aki nem lakott még láma kolostorban, hogy milyen gyorsan terjednek benne a hírek. Vegyünk például egy kukacot. Megtörténhet, hogy egy kukac mászik a kolostor folyosójának a padlóján, s egy szerzetes arra sétál, és véletlenül rálép. A kukac feldobja tőle a talpát, ami talán nem is jó hasonlat, mivel a kukacnak nincs talpá. Minden esetre a kukac elpusztul, ami nagy szerencsétlenség mind a gyilkosra, mind pedig a kolostorra nézve, mivel a szerzeteseknek köztudottan tilos élőlényt ölniük. A gyilkos, szerzetes többszörösen is meggondolja, hogy mit tegyen, jelentse-e a főlámának a tettét, vagy hallgasson róla, és imádkozza le az oltár előtt a bűnét. A szerzetes többnyire ez utóbbit választja. Csakhogy. És itt jön, amire korábban céloztam. A titok így sem maradt titok, rövidesen elterjed a kolostorban, hogy ez és ez a szerzetes megölt egy kukacot. Talán az istenek vagy akár örvendő szellemek terjesztik a hírt démonok szóba sem jöhetnek, elvégre a démonfal és a rávésett tangrin, a isten nem engedi be őket a kolostor területére. Akkor viszont kitől tudhatták meg a szerzetesek a történteket. Nem tudja senki. A kukacölő szerzetes természetesen egy kis dorgálással megúszza. A véletlen haláleset ugyanis balesetnek minősül. Egyébként meg ki tudja, lehet, hogy a lófejű isten hanyagul végezte a dolgát, egy démon mégiscsak belopakodott odakintről, és ő lökte rá a kukacra a szerzetest anélkül, hogy az észrevette volna. Ilyen bonyolult az élet egy kolostorban. Bár jó magam is hallgattam a múmiáról, Gelug is hallgatott, mégis futótűzként terjedt a hír, hogy Gelug szerzetes múmiát talált egy barlangban. Törtem egy kicsit a fejem, aztán úgy döntöttem, hogy mégiscsak jobb helyen lenne a múmia az én szobámban legalábbis egyelőre. Gelug szerzetes, bármennyire is talpra esett annak ellenére, hogy mostanában egyre gyakrabban fájdult meg a dereka, alig ha tudná megvédeni, ha valaki el akarná vinni. Jobb az, ha nálam van. Gelugot nem lepte meg az új kívánságom, bólintott, előszedett valahonnan egy igencsak elhasznált szerzetesi köpenyt és letakarta vele a múmiát. Az én feladatom volt a szállítás. Kilestünk egy csendes pillanatot, amikor senkit sem láttunk a folyosón, majd gyorsan áttelepítettük a múmiát az ő szobájából az enyémbe. A múmiát nem izgatta különösebben a dolog. Gelug elment, én pedig tovább gondolkodtam. Az lett a vége a nagy fejtörésnek, hogy elhagytam a szobám, és kisétáltam a kolostor udvarára. Jól számítottam, éppen szembe találtam magam Gopikával, a Carrington csapat egyetlen szemrevaló női tagjával. Éppen az udvarra nyíló ablakomat nézegette, mintha azt latolgatta volna, hogy tudna éjszaka bemászni hozzám. Gópi fiatal hölgy volt, s nem állt a utolsó sorban, amikor az istenek a szépséget osztogatták. Mivel nem akartam megijeszteni, elköhintettem magam. Gópi felém fordult, és mintha ilyetten összerezzent volna. Hogy van, kisasszony? Kérdeztem. Kijöttem kicsit, levegőzni próbált meg rám mosolyogni. Olyan volt a mosolya, mint egy pillangó, alig, hogy felbukkant, már el is röppent. Csak aggodalom maradt a helyén. Emmerc Arlington-t keresem mosolyogtam vissza rá. Nem tudom, melyik cellában szállásolták el. Segítene megtalálni. Még én sem ismerem ki magam, valami jól mondta. De ha akarja, előkerítem. Nagy szívességet tenne vele. Itt akar, találkozni vele az udvaron. Jó lenne, mondtam. És ha alszik. Ébressze fel. Nem szokott örülni neki. Emiatt ne aggódjék nyugtattam meg. Táncolni fog örömében. Láttam rajta, hogy némi kétség maradt benne a beígért táncolást illetően, de azért elsétált a Kolostor épület tömbje felé. Egyedül maradtam a Kolostor udvarán, leszámítva a galambokat. Ők nem zavartatták magukat, körbejártak, rám mereztve kerek, kíváncsi szemüket, és oda-oda egymásnak. Alig ha nem rólam társaloghattak. Gyanítottam, hogy nem nyertem el igazán a tetszésüket, közel sem volt olyan élénk színű a ruhám, mint a szerzeteseké. És süvegem sem volt, a kunkori orró dísz csizmáról már nem is beszélve. Szürke verébb voltam a színes flamingók között. Nem soká kellett várnom, Emmer Kerintön alig negyed óra múlva felbukkant a láthatáron. Ahogy felém közeledett, egyre inkább egy nagy pókra hasonlított. Egy hosszú lábú kaszáspókra. Mögötte Gópi és Emmerketsz lépkedett, ez utóbbinak úgy kidudorodott mindkét nadrág zsebe, hogy biztos voltam benne, legalább két stukker bújék meg mindegyikben. Kerintön észrevett és felé mintett. Valóban maga kéretett ide, Emmer Lorenz. Valóban én bólintottam. Ne talántán négy szem közt óhajt beszélni velem. Felesleges lenne, mondtam. Gondolom, nincs titka az emberei előtt. Mindegyikük tudja, miért vannak itt. Hát persze, mondta. Akkor jó bólintottam. Szeretnék közölni önnel valamit. Úgy húzta össze a szemét, mintha rossz hírre várna. És pedig. Megköszörültem a torkomat. Megvan, mondtam. Emmer Kerint félrehajtotta a fejét. Mi van meg? Kérdezte. Amit keres, mondtam. A múmia. Akkor a téő nehezethetett rá hirtelen, hogy majd összeroppant a súlya alatt. Maga most, ugrat engem. Esze ágában sincs tiltakoztam. Megtaláltam a múmiát, amit maga keres, és amit Mr. Dermot is keres. Kerintön a szívére szorította a kezét. Jézusom, mindjárt rosszul leszek. A magasságtól van, mondtam. Szartattól. Kiáltott rám. Sokkal inkább attól, amit mondott. És, hol van a múmia? Be kell mászni érte valami barlangba. Felesleges mondtam. A szobámban van, ott várja önt. A galambok felröppentek a kolostor pagoda tetejére és ott buktak kurloktak egymásnak. Megtárgyalták a legújabb kolostort rengető hírt. 56. Emmer Kerintön átvette a parancsnokságot. Nem is néztem volna ki belőle, hogy így ért a szervezéshez. Először Padma főlámát kereste fel, és hosszasan értekezett vele. Gópi később bevallotta, hogy a főláma nem akart beleegyezni bizonyos dolgokba, ám ekkor Emmer Kerintön kiküldte őket a szobájából őt, Gopikát és Emmer Kaccot, és négy szem közt tárgyaltak tovább. Hogy mit ajánlott a lámának, senki sem tudja, végül is Padma mindenbe beleegyezett. Abba is, hogy tábor tüzet rakjunk a kolostor udvarán. Igaz, nem valami óriásit, hogy felgyulladjon tőle az épület, de a tábortűz az akkor is tábortűz, ha kicsi. Emmer Kerinton úgy építette fel, hogy ha rövid időre is, de bevilágítson Mr. Dermot ablakán. Mielőtt feljöttek volna a csillagok, Emmer Kerinton rendezkedett még egy sort a néhány ágból álló mágia körül, majd kényelmesen elhelyezkedett egy fűcsomón. Igazán kíváncsi lettem volna rá, hogyan sikerült végül is Emmer Dermotnak eljutni a új Delhiből tarpalingba. Vártunk még egy kicsit, és amikor feltűntek az első csillagok az égen, Emmer Kerintön intett Emmer katnak, hogy gyújtsa meg a rőzsehalmot. Az ágak meggyulladtak, de nem lángoltak fel igazán. Inkább sűrű füst szállt felfelé az égre. Emmer kerintön jól számított. Nem tellett bele néhány perc, amikor két árnyék sétált ki az épület ajtaján. Tétovázva megálltak, és felénk bámultak. Itt vannak, mondta halkan emmerkedsz, amikor többen is feltűntek az ajtóban. Ő is itt van. Kérdezte ugyancsak halkan emmerkerintön. Nem látok el odáig. Ő is bólintott emmerkedsz. Emmerkerintön ekkor feltápászkodott. Nem ment neki könnyen. Hosszú lábait sikerült valahogy maga alá húznia, amikor leült, most pedig, hogy ki akarta szabadítani őket a maga állította csapdából, nem akart sikerülni neki. Emmer hozzá hozzálépett és a talpára állította. Hé! Kiáltott aztán kerintön csípőre tett kézzel a csendben gyülekezők felé. Itt vagy, Bruce. Itt van Mr. Dermot. Itt vagyok, James hallottam Mr. Dermot hangját. Megtaláltad már. Gónyosan csengett a hangja. Csak úgy csepeget belőle a jóféle kígyó méreg. Mr. Dermot vette alapot. És te, James. És te. Nem kellett volna erre a kalandra vállalkoznod, Bruce folytatta Emmer Kerington. Öreg vagy már ehhez. Az embereid pedig egy zsák krumplit sem érnek. Csak sérteges nyugodtan mondta Mr. Dermot, de szavaival ellentétben nem volt nyugodt. A sas nem kapkod szónyogok után. Te vagy a sas, mi? Tudod, mi vagy te, Bruce? Egy dicsekvő, önhit hólyag. Aki azt képzeli magáról, hogy a tudomány nagy mecénása, pedig csak egy nagy nulla. És te? Én fogom megtalálni a múmiát, Bruce. Már a nyomában vagyok. Igazán. Hát arra kíváncsi leszek. Mennyire vagy a nyomában? Talán már a sarkát taposod. Azt talán még nem mondta visszafolytva az örömét Emmer Kerington. De ha kinyújtom akarom, elérem. Egy lépésre és egy karnyújtás nyira vagyok tőle. Hát akkor miért nem teszed meg azt a lépést, James? átkozott hazudozó vagy, semmi más. Tedd meg azt a lépést, James, és nyújtsd ki érte akarod. Nos, miért nem teszed meg? Emmer kerintőn ekkor felnevetett. Olyan borzongató volt a nevetése, hogy a galambok rémülten emelkedtek fel a pagoda tetőről, pedig már jól bevackolták magukat a fészkübe éjszakára. Ha akarod, Bruce, megteszem. Láss hát csodát. Azt mondtad, hogy lépjek párat előre és nyújtsam ki akarom. Te vagy a szívem csücske, Bruce. Kívánságod parancs. Akkor hát figyelj, te szerencsétlen. Akkor olyasmi következett, ami még számomra is újdonság volt. Emmer kerintöntett néhány lépést eltávolodva a tűztől. Ekkor vettem csak észre, hogy van valami mögötte, alig ha nem egy kolostori asztal vagy oltár. És mintha az oltáron állt volna valami. Úgy tűnt, hogy egy isten szobor. Nem lehetett jól látni, mivel egy vörös palástal volt letakarva. Nyújtsam ki a kezem, Bruce. Mr. Dermot nem válaszolt. Valami belé folytotta a szót. Alig hanem egy rémisztő feltételezés volt a tettes. Emmer Kerintön a szobor mellé állt, és lerántotta róla a vörös palástot. Dermet csend hullott ránk. Amint a palást lecsúszott a földre, láthatóvá vált az asztalon térdeplő szerzetes. A múmia szerzetes. Csak a mágján füstölgő ágak pattogása hallatszott. Látod ezt, Bruce? Hallottuk kerintön hátborzongató rikkantásait. Itt az első múmia. És én találtam meg. Én fogom megtalálni a másik kettőt is. Dögölj meg, te rohadék. A venyige mágja egyre erősödő füsténát is láttam, hogy Mr. Dermot megtántorodik és a szívéhez kap. Egyik embere odaugrott hozzá, és átkarolta lezuhanni szándékozó testét. Remélem, kinyírtalak, alak, Bruce. Oldított tovább a szinte eszét vesztett kerintön. Hosszú pók kezei és póklábai úgy vonaglottak, mint az igazi pókoké, ha már kitépték őket. Az, aki elkapta, bevitte az épületbe Emmerdermottot. Erre valamelyest Emmer kerintön is lecsendesedett. Mintha vetétársa eltűnése kiszívta volna belőle az életerőt. Álibábő a tűzhöz lépett, és néhány határozott rúgással eloltotta a lángokat. Egy másik indiai kerített valahonnan egy vödör vizet, és megadta neki a kegyelem Egy-nulla javamra mondta belém karolva kerintőn: Ha maga mellettem marad, rövidesen 3 null lesz az eredmény. Ha maga mellett maradok, mondtam. 57. Elhatároztam, hogy töröm még egy kicsit a fejem alig voltunk valamivel túl az éjfélen, de mielőtt még végig gondolhattam volna, hogy mi legyen a következő lépés, halkan megkopogtatták az ajtót. Azt hittem, Kerintön az, elvégre olyan öröm érte, ami joggal kergethette el az álmot a szeméről. Mekkora volt aztán a meglepetésem, amikor felbukkant az orrom előtt a fekete csador viselője nézett jobbra, nézett balra, s amikor úgy ítélte meg a helyzetet, hogy tiszta a levegő, beugrott a szobába. Nem égnek odakint a fények, mondta. Már azt hittem, meg sem talállak itt, a hegyek között. Tudod, drágám. Ebből elég. Vágtam közbe, és megragadtam a karját. Vége a színjátéknak. Lefelé ezzel az izével. Istenem, Leslie -e fordult kesergőre a hangja. Mi a fenének ez a rohadt kíváncsiság? Elég egy meg azzal, hogy itt vagyok neked, és akárhova mész, mindig is veled leszek. Mondom, hogy elég, gördő. A nő felnevetett. Te még mindig itt tartasz. Elkaptam a csadorja szélét, és magam felé rántottam. Itt a méz vége. Kiáltottam, és le akartam rántani róla. A következő pillanatban nekirepültem a falnak, és olyan fájdalom hasított belém, hogy azt hittem, menten rajta maradok tapétának. Ordítani akartam a fájdalomtól, de nem volt erőm még ehhez sem. A torkom kiszáradt, a szívem pedig úgy dohogott, mint egy igazi, régi módi gőzgép. Gördő, azaz Miss Palmer sajnálkozva nézett rám. Nem mondták még neked soha, hogy tilos rátámadni egy angyalra. Mert hogy én az vagyok az éjszaka angyala. E szerint egy bukott angyallal van dolgom. Akár így is lehet mondani bólintott. Bár az, hogy bukott, csupán szemlélet kérdése. Ami pedig a földön túli erőmet illeti, látod ezt. Felém mutatott valamit. Nem láttam pontosan, micsoda, de fekete volt és hosszúkás. Egy sokkoló magyarázta. Ugye nincs kedve további ismerettséget kötni vele. Esze ágában sincs, mondtam. Végül is, mit akarsz tőlem? Először is, feküdj vissza a helyedre. Engedelmesen bemásztam az ágyba. Engedj oda engem is. Most pedig megmondom, mi legyen, hogy legyen súgta a fülembe. Remélem, már nincs nálad a sokkoló sóhajtottam. Én magam vagyok a sokkoló. Majd meglátod. Csak hagyd kibontakozni, és mindig azt csináld, amit mondok neked. Mit tehettem, engedelmeskednem kellett. Később aztán már megfeledkeztem a kerről. Ha bukott angyal volt, akkor csak azért hullhatott le az égből, mert teli volt ötletekkel, és nem tudom, odafent kedvelik-e az ötletekkel teli angyalokat. Most rövid szünet következik hallottam egyszer csak a hangját. Még az angyaloknak is pihenniük kell. Ebben reménykedtem mondtam. Végül is, mikor tudom meg, hogy kihez van szerencsém. Mindig ilyen kíváncsi vagy. Elégedj meg annyival, hogy jól nevelt úrilány vagyok. Ebben nem is kételkedtem, soha mondtam. Úrilány sokkolóval. Nem is rossz. Pedig az vagyok. Csak hogy egyszer elkövettem egy nagy hibát. Hatalmas hibát. Vettél magadnak egy sokkolót. Az egyáltalán nem volt hiba. A hiba az volt, hogy férjehez mentem. Ennek az áldozata vagyok még ma is. Mit keresel itt, a himalájában? Majd ezt is meg fogod tudni. Ismered emmer Carlington-t? Néhány másodpercig hallgatott. Fogjuk rá, mondta aztán. Volt szerencsém jó néhányszor találkozni vele. Milyen embernek tartod? Egy mocskos szemétládának. Azt persze nem mondod el, hogy miért. Nem. Emmer Dermottot is ismered. Annyira, mint a másikat. Róla jobb véleményel vagy. Szemernyivel sem mondta. Megkérdezhetem, hogy mit keresel itt. A Himalájában. Makacskodtam. Meg akarok ölni valakit, mondta. Illetve valakiket. Úgy éreztem, mintha a sokkoló az oldalamhoz nyomódna. És? Kiket? Kérdeztem abban bízva, hogy nem az én nevemet fogja kiejteni a száján. Az imént említett két férget mondta. Te végül is. Balini vagy. Nem mindegy, hogy hívnak. Mindegy, bólintottam. Akkor maradjunk ennél. Most pedig vége a mesedél utánnak. Következik a második felvonás. Miért, hány felvonásos a darab? Kérdeztem. Ne légy kíváncsi. Vannak még ötleteim. Voltak szép számmal, nem is vitás. A hajnal kopogtatott az ablakon, amikor eltávozott tőlem. Fekete sejem köpenyben, amit immár egyre kevésbé láttam csadornak. Sokkal inkább a hóhér csukjájának. 58. Éppen csak elmúlt a hajnal, és beköszöntött a reggel, amikor ismét kopogtattak az ajtómon. Vékony, szemüveges európai fickó állt a folyosón, nem emlékeztem rá, hogy láttam volna valamikor is. Amint felbukkantam az ajtónyílásban, elmosolyodott, és meghajolt előttem. Max Barker vagyok, mondta kellemes, udvarias hangon. Mr. Dermot kísérői közé tartozom. Örvendek, mondtam. Behívnám, de a korai órára való tekintettel. Nem tesz semmit, mosolygott. Tulajdonképpen nem is én szeretnék beszélni magával, hanem Mr. Dermot. Fél órára lenne szükségem, hogy elkészüljek. Mr. Dermot most óhajt önnel beszélni. Mondom, hogy fél órára van legalább szükségem. A férfi tovább mosolygott, de már nem sokáig. Egyszerűen eltűnt a mosolya, ami nem lett volna annyira meglepő, a mosolyok néha eltűnnek az emberek arcáról, hol egy szomorú hír, hol pedig egy agyatrengető pofon következményeként, az én látogatómnak azonban nem csak a mosolya tűnt el, hanem az egész ember. Mintha elrántotta volna valaki az ajtóm elől. Kíváncsian dugtam ki a fejem a folyosóra. Úgy 5-6 cella ajtónyival távolabb poróz villanykörte világította mennyezeten egy haldokló aggregátor búcsú üdvözlete. Amint hozzászokott a szemem a félhomálynál is homályosabb félhomályhoz, egy kis fickót pillantottam meg magam előtt. Egyetlen pillanatig azt hittem, hogy egy lámainas, aztán kiderült, hogy mégsem az. Beengedne, Emmer Lorenz. Hallottam a hangját. Dörmöt vagyok. Haboztam néhány pillanatig, aztán félreálltam az útjából. Jöjjön be, kérem. Belépett a cellámba. Vártam, hogy a szemüveges is utána jöjjön, de nem jött. Bocsásson meg a rendetlenségért mentegetőztem. Mr. Dermot furcsa fickó volt. Ha emberkerintön egy hosszú lábú, állandóan mozgó pókra emlékeztetett, akkor Mr. Dermot is arra. Csak hogy ő egy másfajta pókra. Ő is pók volt, csak neki nagy, kerek potroha volt, rövid lábai, valamint kis feje. Ha filmszínészek lettek volna... Ketten együtt bizonyára kiváló komikus párt alakíthattak volna. Mr. Dermot leült egy székre. Rám nézett és úgy felfújta magát, hogy egyszeriben a duplájára nőtt a potroha. Maga kell nekem. Mondta olyan határozott hangon, hogy meghökkentem tőle. Mint micsoda. Akármi. Válasszon ki magának egy jól hangzó titulust. Mi és miért kellenék magának? Hogy megtalálja nekem a múmiákat a két maradék múmiát. Egész kis csapatot hozott magával, mondtam. Ők majd megtalálják magának őket. Mr. Dermot felpattant a székről, a falhoz ugrott és beleöklelt. Úgy, hogy csak úgy kongott a kolostor fellő. Kedvem lenne a falba verni a fejem, mondta. Már beleverte figyelmeztettem. Kedvem lenne szétverni a fejem helyesbített. Megtudhatnám. Ne szórakozzon velem, úgy is tudja. Meg kell találnom azt a két múmiát. Ami pedig az embereimet illeti, jobb, ha nem is beszélek róluk. Bal fátszánok valamennyien. Hogy a többi hülye, azt még megértem, ők nem okoztak csalódást nekem, de ez a kettő, Miss Palmer és a maga haverja, de Carvaló, hát velük aztán rendesen befürödtem. Kerintön viszont jól óra tett. Maga megtalálta neki a múmiát, amit az én számomra kellett volna megtalálnia. Érti? Nem én találtam meg, mentegetőztem. Egy szerzetes találta meg. Eh, a fenébe is, nem az a fontos, hogy ki kaparta ki a barlangban a törmelék alól, az a fontos, hogy ki jött rá, hogy hol rejtőzik. Maga ismeri ezeket a szerzeteseket, magának mindent elmondanak, amit az én embereimnek nem. Ha dekarval hóra néznek, reszketni kezd a térdük. Kérdeztem a fickót, miért van ez? Csak dörmögött és mismásolt, amíg Miss Palmer el nem árulta, hogy dekárvaló volt már egyszer ide és majd nem összedöntötte a kolostort. Neki nem is árultak el semmit. Maga viszont megtalálta a múmiát. Ezért mondom, hogy maga kell nekem. Sajnálom mondtam. Már elköteleztem magam ember mellett. Hát akkor kötelezze el magát mellettem. Nézze, Mr. Dermot, én nem szoktam úgy cserélgetni a megbízóimat, mint az alsónadrágomat. Bár a Himalájában azt sem cserélheti olyan sűrűn az ember. Ne vegye okon, de nem érdekel engem a maga alsónadrágja. Engem maga érdekel, a maga esze és tapasztalata. Annyi pénzt adok magának, amennyit csak akar. Ha megtalálom a két fickót, akkor én nyertem. Mit kezdene kerintön egyetlen múmiával? El kellene, hogy adja nekem nekem pedig mind a három kell, hogy építeteszek nekik egy templomot az Erietó partján. Szóval segít nekem. Sajnálom mondtam. Nem tehetem. Mr. Dermot komoran nézett rám. Csak aztán meg ne bánja. Azt mondják, a Himalájában sok minden megtörténhet. Ez igaz bólintottam. Nem mindig derül ki, hogy miért történt valami, ha megtörtént. Kissé talányos volt ugyan, amit mondott, de azért bólintottam. Ez is igaz. Akkor hát, viszlát. Vigyázzon, hogy ne történjék magával semmi rossz. Fejét behúzta a vállai közé, hátát felpúposította, egyre inkább egy hatalmas pókra emlékeztetett. Gyanítottam, hogy alig ha ártalmatlan pókra. 59. A kolostor udvarán összeakadtam Miss Palmerrel. Kezében fényképezőgéppel az emelvényen álló szerzetessel szemben toporgott, több oldalról is lefényképezte. Szép jó reggelt, Miss Palmer köszöntöttem. Annyira elmerült a fényképezésben, hogy amikor rá köszöntem, majd leejtette a gépét. Jézusom! De megijedtem. Maga az. Amint látja. Nincs valami mondani valója számomra. Mi lenne? Kérdezte. Különben sem vagyok köteles beszámolni magának semmiről. Új ben még másképpen beszélt. Az akkor volt. Ez itt nem új Delhi. Segíteni akartam magának. Azzal, hogy nem hozott magával. Különben gratulálok a múmiához. Hogy bukkant rá? Nem árulhatom el a titkaimat. Na persze. Akkor csak tartsa meg magának. Hogy van Domingos? Talán kérdezze meg tőle. Megvan még a sokkolója. Érdeklődtem. A Micsodám! Sokkoló. Tudja, amivel a bűnözőket teszik ártalmatlanná. Azt sem tudom, miről beszél. Oké, okay, bólintottam. Mit szándékozik csinálni a továbbiakban? Ugyan már, Emmer Lorenz, mi az ördögért erőlteti ezt? Micsodát! hökkentem meg! Ezt a beszélgetést! Valahol az életünk bizonyos pontján összetalálkoztunk, aztán mindketten mentünk tovább a magunk útján. Nem kell erőltetni a dolgokat. Ha ezután összefutunk valahol, elég, ha csak megbiccenti a fejét, nem kell feltétlenül köszönnie. Elvégre semmi közünk egymáshoz. Biccentett, és elsétált a szemem elől. Hosszasan néztem utána. Közben megpróbáltam kitalálni, hogy vajon ki lehet igazából ez a nő. Vagy hogy ki lehet az a másik? Az is lehet, hogy mégis csak egy személy a kettő. 60. Mielőtt Emmer Májőr tragikus halála és a múmia megtalálása után bármi említésre méltó történt volna, Emmer Kerintön ismét beszélni akart velem. A hírt Emmer Ketsz hozta. Emmer Carringtont egyszerűen felvetette a boldogság. Mintha az örök élet titkát árulta volna el valaki neki. Hát ez csodálatos, Emmer Lorenz. Ölelt át, mielőtt elhajolhattam volna előle. Nehéz is lett volna elhajolni, olyan hosszú kezei voltak, hogy nem menekülhettem. Kérhet tőlem, amit akar lelkendezett. Dús gazdaggá teszem magát. Mit gondol, a másik kettő is itt lehet valahol? Biztosan nem mondtam. Ők máshol vannak. Különben van egy kis problémám. És pedig. Láttam rajta, hogy fel sem fogta, mit mondtam neki. Győzelme egyszerűen elvette az eszét. Felhívtam a legközelebbi rendőrséget, mondtam. Emmer Meyer halála miatt. Szerintem gyilkosság történt. Kíváncsi vagyok, szerintük is az-e. Feltétlenül muszáj volt felhívnia őket. Amint tapasztaltam, itt elég lazán veszik a törvényeket háborgott Emmer kerintön. De nem a gyilkosságot. Rövidesen kijön egy helyi zsarul, és ő majd eligazít bennünket. Később valóban kijött néhány zsarú. Csak éppen nem helyiek voltak. A zsaruk újdelhiből érkeztek. És ki más vezethette volna őket, mint kabír lel barátunk. A felügyelő elégedetten szemlélte a kolostort körülölelő havas hegycsúcsokat, a kolostor pagoda tetejét és a piros palástó szerzeteseket. Egészen addig fürdött az elégedettségben, amíg ki nem lépett a kolostor kapuján. Odakint éppen egy jakpásztor terelt néhány jakot, s annyira elcsodálkozott rajtuk mikor lát egy új delhi emberjakot. Hogy rövid időre nem nézett a lába elé. Amikor aztán észrevette, hogy mibe lépett bele, átkozódni kezdett, és egyben el is röppent a boldogsága. Miután jól kiszitkozódta magát, megszégyenülve nézett rám. Bocsásson meg, Lorenz száhib, kissé elvesztettem a fejem. Itt vannak ezek a gyönyörű hegyek, én meg egy halom jakszar miatt kesergek. Hát nem nevetséges lény az ember. Részletesen beszámoltam róla, hogy milyen körülmények között bukkantunk rá a szerzetesre. Azt mondja, hogy volt ott még egy másik holtözt is. Most hol van. A kesejük, a farkasok és a kóbor kutyák gyomrában mondtam. A harmadik pedig a kolostor pincéjében. Tréfál velem. Elmeséltem neki, hogy a szerzetesek közül néhányan a csödszertartás keretében eltüntették a halottat. Kár. Nagy kár simogatta meg az állát a felügyelő. Mondja, véletlenül nincs benne az önkeze is a főzelékben. Az én kezem. Hökkentem meg. Ezt hogy gondolja? Valami az súgja nekem, hogy maga sem ártatlan bárány. Mi lennék, ha nem az. Erre próbálok rájönni. Csak tovább növekedett a rossz kedve, aminek azon kívül, hogy belelépett a jagganéba, más oka is volt. Többek között a harmadik halott harmadik halott. Tátotta el a száját, amikor ezt is megemlítettem neki. Hát az is van. Elmondtam, hogy van, bizony. Emmer George Mayer. Többet én sem tudok róla. Talán Mr. Dermot részletesebben is elmagyarázza magának, kicsoda a fickó. Az ő holteste legalább megvan. Vagy azt is megetették a kesejükkel. Akkor azt is meg kell vizsgálnom. Szerencsétlen dolog, hogy az a másik nincs már meg. Szóval, hogy is van ezzel a MRM-jelrel? Meggyilkolták, mondtam. Őt is? Meggyilkolták. Hökkent meg Kabillel. Azt hittem, szerencsétlenség érte. Hallottam a rádióban, hogy ebben a régióban hegyomlás hegyomlást követ mostanában. Ki gyilkolta meg? Pasz mondtam. Maga majd megtalálja a gyilkost. Lehet, hogy már meg is találtam, mondta, és jelentőség teljesen rám nézett. Csak nem engem gyanúsít. Kabir leltágra nyitotta a szemét. Mondtam én valaha is ilyet. Maga köztiszteletben álló férfiú, Emmer Lorenz. Na és hogy gyilkolták meg Emmer miért? Csapdát állítottak neki. Maga alá temette egy halomkő. A fenébe is. Van fogalma róla, hogy miért. Nincs ráztam meg a fejem. És tényleg nem volt. Bár különböző feltevések kavarogtak a fejemben, egyik sem tetszett igazán. Így aztán nem említettem neki egyiket sem. Foglaljuk hát össze a történetet javasoltak a Egyszer van egy múmiánk az egy, másodszor egy fickó, aki a múmiát idehozta a maga csoda ez kettő. És van Emmer Mayer, aki csapdába lépett, és a kövekbe temették. Egyéb. Több nincs. Még nincs, mondtam. 61. Kabi lel tisztogatta még egy kicsit a cipőjét, aztán sóhajtva visszatért a múmiákra. Hol van most az a fickó? Tudomásom szerint a hakangban Az mi. Ém a terem. Azt hittem, Emmer kerintön a párnája alatt őrzi. Kabi lel száhib ráérzett valamire, ami számomra is meglehetősen érthetetlennek tűnt. Emmer kerintön ugyanis másképpen viselkedett, mint ahogy az elvárható lett volna tőle hogy világosabban beszéljek, amíg nem találtuk meg a múmiát, mindent megtett volna, hogy megtalálja, iszonyú pénzeket ígért még nekem is, így joggal elvárható lett volna tőle, hogy amikor végre rábukkanunk, ha nem is teszi a párnája alá, legalább fokozott érdeklődést tanúsítson irányába. Ő azonban attól a pillanattól kezdve, hogy lefényképeztette magát mellette, és megmutatta magát élőben is a múmia társaságában Mr. Dermot előtt, nos, attól a pillanattól kezdve, mintha elveszítette volna a múmia iránti érdeklődését. lel megcsóválta a fejét. Megnézhetném én azt a, a múmiát. lel életében először lehetett igazi láma kolostorban, mert jobbra-balra tekergette a fejét, minden érdekelte, ami az útjába került lassan kezdtem idegen vezetőnek érezni magam. A múmiától persze azért egy sémek meghökkent. A szerzetesek mindent megtettek, hogy otthonossá varázsolják a múmia számára alhakangot. Hosszú lábú oltárra ültették, feje majdnem az Isten szobrok fejének a magasságáig ért, gyertyák égtek körülötte, füstölő illata lebegett a levegőben. Kabil arra azonban a többi szobor mélyebb benyomást tett, mint a múmia. Hiába, az isteneknek még a szobra is felségesebbnek tűnik, mint az emberi maradványok. Ez az. Kérdezte a billel némi csalódottsággal a hangjában. Valahogy nem ilyenre számítottam. Meg sem kellett kérdeznem tőle, hogy miért. Ez a múmia nem volt olyan szépen becsomagolva, mint az egyiptomi előkelők múmiái, sőt sehogy sem volt becsomagolva. Ott ült az oltáron mezítelenül, megmutatva össze összeaszott, halára éheztetett szomjaztatott testét szemernyire sem nyújtott esztétikus látványt. Hihetetlen csóválgatta a fejét kabirlel. Hogy valaki önszántából ilyen sorsra juttassa magát. Felfoghatatlan. Na és a hindú száthuk? Kérdeztem. Ebben igaza van bólintott. Bár azok csak éheznek, nem akarnak feltétlenül öngyilkosok lenni. Beszélnem kellem, mert Carliktonnal, ugyanis el akarom szállítani új Delhibe a múmiát. Gondolja, hogy nehezen fog megválni tőle. Valami azt súgta nekem, hogy ember Kerintön a kisújját sem fogja megmozdítani érte. Nem fog ellenállni Kabir Lel szándékának. Éppen ezért is értesítettem a rendőrséget. Mintha egy földön túli hang azt sugdosta volna a fülembe talán a szerzetes hangja lehetett, hogy vigyázzak rá, mert veszély fenyegeti. Vajon kinek a részéről? Nehezen tudtam volna elképzelni, hogy akár Emmer Kerintön vagy Mr. Dermot azért akarja megtalálni a három múmiát, hogy múmiaport készítsen belőle. A múmiákból őrölt gyógyszerek, ideje nagyjából lecsengett. Akkor meg miért? Kabir lelerőt vett magán, kinyújtotta a kezét és végighúzta az ujjai hegyét a múmia karján. Bekenték valamivel mondta. A halála után azonnal bólintottam. Részben a férgek ellen, részben pedig, hogy ne érintkezhessen a levegővel. Mivel mázolhatták vajon be? Jó kérdés vontam meg a vállam. Nem értek a múmiákhoz. Műgyanta lehet. Lehet, hogy valóban gyanta hagytam rá. A kolostorokban mindig is éltek olyan szerzetesek, akik jól ismerték a növények tulajdonságait. Lehet, hogy fenyőgyanta, például. Lehet bólintott a felügyelő. Aztán úgy merett maga elé, mintha még mindig a cipője tisztaságát vizsgálgatná. Nehéz helyzetben vagyok, Lorenz száhib szólalt meg végül. Ahogy én látom a dolgokat, alig nem olyasmiről van szó, amihez ember Carringtonnak nem sok köze lehet. Az indiai kormány és a ladaki szerzetesek viszonya meglehetősen bonyolult, a ladakhiak nem hinduk, a világ pedig árgus szemmel figyeli, hogy India hogyan bánik egy vallási és etnikai kisebbséggel. És ha ezek között valami balhé támad, hogyan viselkedik? Ki támogat? Ezért India nem szívesen avatkozik be a buddhista közösségek belső életébe, hagyja, hogy maguktól oldódjanak meg a problémáik. Ez esetben is erről lehet szó. Ráadásul ki tudja, hogy ezek a múmiák kinek a tulajdonában állnak. Eredetileg Tibetben voltak, onnan menekítették őket Indiába persze nem hivatalosan, tehát Tibetben már nincsenek, és hivatalosan Indiában sincsenek. Ha pedig nincsenek itt, akkor nem is lehet elkobozni őket. Persze az is igaz, hogy ha elvinné valaki őket, akkor a semmit vinni el. Márpedig hogyan tiltakozhatna az ellenem Merkerinton, hogy egy nem létező szerzetes múmiát elvigyek megvizsgáltatni valahova? Nem igaz. Szótlanul bólintottam. Az a helyzet, Emmer Lorenz, hogy valaki értesítette a rendőrséget a múmiával kapcsolatban, és részletes vizsgálatot kért. Az értesítés innen jött, ebből a kolostorból. Nem tudja véletlenül, hogy ki lehetett. De tudom mondtam. Én voltam. 62. Az elkövetkező napok nem sok izgalmat ígértek. Annál több tárgyalást, amelyeken nekem is részt kellett vennem. Sokkal szívesebben ücsörögtem volna a könyvtárban Padma impócse régi könyvei között, de sajnos nem maradt rá időm. Először is le kellett folytatnunk egy tárgyalást, amelyen Kabir Lel felügyelőn, Padma és rajtam kívül más nem vett részt. Szerencsére nem tartott soká. Ha világszerte ilyen rövidek lennének a politikusok tárgyalásai, és olyan konstruktívak, mint a miénk, alig hanem már rég kitört volna a világbéke. Kabir Lel megkérdezte Padma hogy igényt tart-e a szerzetes múmiájára, mivel az a kolostor területén került elő. A barlangokkal teli hegyoldal ugyanis a kolostor birtoka. Tagmalám a habozás nélkül közöltek a birlallal, hogy nyugodtan magával viheti, a kolostor nem tart rá igényt, végső soron ő szentségének, a dalai lámának kell döntenie felőle. Addig is jó kezekben lesz a rendőrségen. Erre a billel csendesen megjegyezte, hogy az új Delhi rendőrség nem szokott múmiákat őrizgetni, ám azért készséggel magával viszi. Megvizsgálják, és aztán majd döntenek a sorsáról. Úgy gondoltam, hogy Emmer Kerintön azért nagyobb ellenállást tanúsít majd, de tévedtem. Ahhoz ragaszkodott csupán, hogy ha lezárulnak a vizsgálatok, kerüljön vissza a múmia a tulajdonába, ő majd lefolytatja a tárgyalásokat a lámaista egyházzal. Addig viszont tovább a még meg nem talált két szerzetest. Kabir leröviddel röviddel ezután lelépett a színpadról. Én viszont ott maradtam rajta. Meg kellett még keresnem két múmiát. És kideríteni, hogy mi az ördög is történik itt, a nagy hegyek között. Először Emmer Kerintön vetette rám magát. Annak ellenére boldognak tűnt, hogy megfosztották a múmiájától. Úgy látszott, megelégszik azokkal a fényképekkel, amelyek a mumifikált szerzetes társaságában mutatták. Elég volt neki a Birlel felügyelő halvány ígérete, hogy amint lehet, visszakapja a zsákmányát, még csak elismervényt sem kért róla. Furcsa. Minden esetre Emmer Kerintön maradéktalanul elégedett volt, fűtfát ígért, ha megmaradok a szolgálatában. Biztosítékként felmutatott egy óriási összegről szóló hivatalos papírt. Emmer Kerintön tehát nem hazudott, valóban gazdagnak érezhettem magam. Olyannyira legalábbis, hogy nyugodtan kérhettem én már akár egy teljes év szabadságot is az egyetememtől, hogy meglátogathassak néhány kolostort, és megvizsgáljam a könyvtáraikat régi iratok és fóliánsok után kutatva. Mivel úgyis az volt a szándékom, biztosítottam róla, hogy tartom az égéretemet. Mr. Dermot pedig ismét megpróbált magához csalogatni. Talán még nagyobb összegeket is ígért, mint kerintön, ám az ő ajánlatát ismételten is kénytelen voltam visszautasítani. Tapasztalatból tudtam, hogy nem egészséges dolog egy fenékkel két jakon ülni. Domingos továbbra is levegőnek nézett. Ha találkoztunk, olyan pillantásokat vetett rám, és úgy bögte felém a bajuszát, hogy jobbnak láttam kikerülni. Először még köszöntem neki, ám amikor rendszeresen üvegnek nézett, beszüntettem a próbálkozásokat. Úgy mentünk el egymás mellett, mintha nem ismernénk egymást. Ez volt a helyzet Miss Palmerrel is. Az ő pillantása azonban nem haragott, inkább bocsánatkérést sugárzott felém. Láttam rajta, hogy megtiltották neki a velem való kommunikációt. Mit tehetett volna szegény, úszott az árral. Dagmar Impocse válláról alig hanem súlyos gerenda zuhant le, amikor bejelentettem neki közeli indulásunkat. Emmer Kerintön elkezdett az embereivel látványosan csomagolni, amiből minden érdekelt kitalálhatta, hogy mi a szándékunk. Dagmar Impocse gyorsan magához hívatott, és felszabadult örömmel nézett rám. Tényleg elmentek, Rimpocse? Kérdezte. Biztosítottam, hogy igen. Akkor engedd meg, hogy megajándékozzalak valamivel mondta, és kihúzott a palástja öbléből egy drillbut, azaz csengettyűt. Ezüst mondta. És nagyon régi. Fogad szeretettel, Rimpócse. Megér neked ennyit, hogy elmegyek. Játszottam meg a sértődöttet. Dehogy, dehogy, Rimbóce. Te maradhatnál, ameddig csak akarsz. De hogy Domingos Rimpocsét is magaddal viszed, az még tíz arancsengőt is megérne nekem. Amióta itt van a kolostorban, csak altatóval tudok aludni, pedig ezelőtt még sosem szedtem. Mivel Emmer Kerintön nem csinált titkot belőle, hogy elutazunk, Mr. Dermot is készülődni kezdett. Ő sem csinált titkot belőle, hogy követni fognak bennünket. Ahova mi megyünk, oda jönnek ők is. Legutoljára a csadoros csukjás nő jutott az eszembe. Vajon itt marad-e a kolostorban, visszautazik-e új Delhibe, vagy ő is velem jön? Minden okom megvolt, hogy ez utóbbira gondoljak. 63. Mielőtt még felszedtük volna a sátorfánkat, felcsengett a telefonom. Volt térerő bőven, olyan helyen feküdt a kolostor, hogy nem jelentett problémát a telefonálás. Leslie! kérdezte a hang. Hári! Én vagyok, haver. Utána néztem bizonyos dolgoknak. Jó időben hívlak, vagy később hívjalak. A legjobb időben mondtam. Tehát. Utána néztem annak, amire kértél. Képzeld, emberkerintön és Mr. Dermot rokonok. Ez azért meglepetésként ért. Csak nem jó testvérek. Unok a testvérek. Másodfokon. Elmagyarázzam, hogy hogy is van ez. Egyelőre ne. A lényeg az, hogy rokonok. Ha ez egyáltalán számít valamit. Tehát. Egy iskolába jártak soroljam fel az alacsonyabb műintézményeket is, vagy elég csak az egyetem. Elég az egyetem. Cambridge. Nem meglepő. Menő családból származnak mindketten. Úgy vedd, hogy mindkét fiú szülei merev gazdagok voltak. Tellett nekik a jó iskolákra. És. Nem voltak valami jó barátok. Pontosabban szólva mindenben vetétársak voltak. Már gyerekkoruktól kezdve verseny dúlt közöttük. Verseny. Hm ez érdekes. Én is annak találom. És, haver, igazi verseny volt ez a javából. Sikerült némi információt begyűjtenem valakitől, aki egy osztályba járt velük. Gyűlölte őket, így aztán nem kellett sokat dumálnom neki, hogy kinyissa a száját. Kezdjük hát az elején. Mindketten bélyeggyűjtésbe fogtak, és alig hogy elkezdték, már is azon versengtek, hogy melyikük tud minél több szép és értékes bélyeget az albumába ragasztani. Informátorom szerint volt egy bélyeg a nevét ne kérdezd, sosem voltam bélyeggyűjtő, és nem is leszek, amely hiányzott mindkettejük gyűjteményéből. Mindegyikük azon volt persze, hogy szerezzen magának egyet. Pénz nem számított. Úgy hozta a sors, hogy Emmer Carringtonnak sikerült hozzájutni a vágya tárgyához. Informátorom szerint Mr. Dermot dührohamot kapott, amikor kerintőn megmutatta neki. Attól a pillanattól kezdve más sem éltette, csupán az annyira óhajtott bélyeg megszerzése. Na és végül megszerezte. Nem, Leslie, nem szerezte meg. Akkoriban valamiért éppen nem akadt eladó példány. Néha van az úgy, hogy egy-egy értékes és népszerű darab hosszú időre eltűnik a piacról. Akinek megvan, az ül rajta. Na, ez esetben is így volt. Ekkor történt valami megmagyarázhatatlan, vagy mégis megmagyarázható. A lényeg az, hogy a Carrington házban tűz ütött ki annak ellenére, hogy modern tűzjelzők voltak beszerelve. Ám ezek valamiért nem működtek. Mire a tűzoltók megérkeztek, a fél ház leégett és leége James Carrington szobája is, a b -e gyűjteményével együtt. A rendőrség. Nem volt bizonyíték a semmire. Hamar le is zárták az ügyet, mert a két család nem bolygatta a dolgot. A biztosító nyilván fizetett. Értem. Más. Mr. Dermot megtanult ejtőernyőzni. Titokban. Aztán egyszer csak megjelent egy garden partj felett egy gép, kiugrott belőle Mr. Dermot egy hatalmas rózsa csokorral, és miután leereszkedett, ezzel köszöntötte a házasszonyát. Gondolhatod, hogy ezek után ő lett a naphőse. Carrington annyira kiborult tőle, hogy rá akart lőni Emmer Dermotra. Szerencsére még idejében lefogták. Mit gondolsz, mi történt ezután? Fogalmam sincs róla. Carrington is megtanult ejtőernyőzni. Ugyanabba a sportklubba lépett be, mint Mr. Dermot. Itt aztán történt valami, ami alaposan megbolygatta a sportklubot. Mr. Dermot ugyanis majdnem merénylet áldozata lett. Valaki megbuherálta az ejtőernyőjét. Hosszú lenne elmesélnem, mi is történt, és hogyan, elég annyi, hogy gonosz kézjukakat fúrt az ernyője sejmébe. Akkoriban még olyan régi módi gombaformájú ejtőernyők voltak divatban. Mr. Dermot csak a szerencséjének köszönhette, hogy nem halt meg. És ami a legizgalmasabb, a vizsgálatok kiderítették, hogy a lyukak éppen akkorák voltak az ernyő hogy Mr. Dermot még valahogy le tudott vergődni velük a földre. Másképpen mondva, a tettes vigyázott rá, nehogy megölje Dermottot. Gondolod, hogy Kerintön tette. Én biztos vagyok benne, csak a vizsgálóbizottság nem volt biztos. Nem akadt szem tanulja az esetnek. Mindenki arra gondolt, amire akart, de kimondani nem merte. A Kerintön és a Dörmött család is túl nagy hatalom ahhoz, hogy bárki akármelyikbe is belemerjen kötni. Ráadásul a két fickó sem kívánta, hogy idegenek avatkozzanak a dolgukba. Továbbra is jó barátságban maradtak, mintha mi sem történt volna. De a vetélkedés azért megmaradt közöttük. Több esetet is fel tudnék még sorolni. Aztán egyszerre csak látszólag megváltozott minden. Emmer Kerintön megnősült. Elvett egy lányt, bizonyos Lucy Hovardot, akit már Mr. Dermot is kiszemelt magának. Informátorom szerint előbb kerintőn ismerkedett meg a lányjal. Hogy hogyan történt, senki nem tudja, ám egyszer csak Dörmöt is felbukkant a lány körül, és minden erejével azon volt, hogy elvegye a vetétársától. A lány akkor már a menyasszonya volt Carringtonnak. Környezetük érdeklődve figyelte a vetélkedőt, amelyet Emmer Kerintön nyert. Ez szerint a lány Emmer szerette. Kérdez könnyebbet, barátom. Informátorom szerint Miss Lucy Howard szegény lány volt, s úgy érezhette, hogy mese világba cseppent, amikor Kerinton megkérte a kezét. Ám ezután egyre bonyolultabb lett a dolog. Kerinton névtelen leveleket kezdett kapni, amelyek a felesége múltját taglalták. Ez szerint Miss Howard ifjúsága nem volt makulátlan, de hát kinek az manapság? A leveleket persze Mr. Dermot küldözgette. Ezzel ismét dühött verseny kezdődött a két úri ember között. Hogy mi volt a vetélkedő tárgya, és hogy ki nyert, nem tudja senki. Majd ismét fura dolgok következtek. Emmer Kerintön elvált a feleségétől. Ez meglepő, mondtam. Ki tudja, Leslie, ki tudja. És tudod, mi a legfurcsább az egészben? Hogy a feleség, a korábbi Miss Lucy Howard kihez ment újra feleségül mert a vállás után egy héttel már feleségül is ment. Ne izgas már, Hári, kihez? Emmer Dermothoz mondta Hári. 64. Ott vagy még, Leslie. Itt vagyok. Azt hittem, szétment a vonal. Szóval ott hagytam abba, hogy Miss Howard Mr. Dermot felesége lett. Az is maradt jó darabig, cirka egy évig, aztán ők is elváltak. Minden különösebb zaj nélkül. A hozzájuk közelállók bizonyára tudtak róla, de a társasági rovatok nem verték nagy dobra. Mi történt Miss Hovarddal? Eltűnt. Hogyhogy hogy eltűnt? Lelépett a térképről, kám vált, felszívódott. Ilyesmi. Nem tudtad kideríteni, hol tartózkodhat. Mondom, hogy nem, leslie. Egyet azonban mondhatok. Informátorom szerint a lány nem kispályás méltó párja a két fickónak vagyis méltó párja volt. Sikerült alaposan megvágni a volt férjeit. Százmilliós nagyságrendekről beszélnek. Ennyi pénzért igazán nem nagy ár két házasság. De ez még nem minden, Leslie, -e, bizony nem minden. A hölgy tovább is fejte őket, ha szabad így mondanom. Úgy érted, zsarolásról van szó. Informátorom feltételezése szerint Miss Howard bizonyos értelemben áldozat is volt az a hihetetlen történet járta, hogy Mr. Carrington nem saját akaratából vált el Emmer De nem ám. Akkor hogyan? Sürgettem. Állítólag Emmer Carrington és Mr. Dermot fogadtak valamiben, és Emmer Carrington a feleségét tette meg Tétnek. Hogyan? Nyögtem. De hát ilyen csak a középkorban volt, ha egyáltalán volt. Nézd, Leslie, -e? nehéz belelátni a nagyon gazdagok meglehetősen zárt világába. Sok minden megtörténhet ott, amiről a közönséges halandónak sejtelme sincs. Állítólag fogadtak valamiben, s a fogadás elvesztése mellett Kerintön elveszítette a feleségét is. Hihetetlen. Miért lenne az? Megesett már, hogy valaki elkártyázta az asszonyát. Itt is valami hasonló történt. Valószínűleg a feleség beleegyezésével. Gondolom, megfelelő summát kapott vigazdíjként. Dörmöt viszont megnyerte a versenyt, ezért feleségül vette az immár elvált státuszú hölgyet. Aki aztán felszívódott. Azóta a két fickó rettenetesen rühelli egymást. Pillanatnyilag így áll hát a helyzet. Informátorom úgy tudja, hogy már vége a régi barátságnak, amelyet eddig csak kisebb-nagyobb konfliktusok szakítottak meg azóta, hogy Mr. Dermot elnyerte, Carrington feleségét, dúl az ádász küzdelem kettejük között. Mi a helyzet a három szerzetessel? Ezt neked kellene inkább tudnod, Leslie, -e, elvégre te vagy a szakember. Hallottál már Kelly James professzorról? Hogy a fenében ne hallottam volna? Jó ismerősöm. 200 dollár. Mi 200 dollár? Értetlenkedtem. Annyit ér az információ, amit most elmondok neked. Ezzel nem bíztál meg, ezért olcsón adom. Nos, oké. Okay. Oké, okay, csak mondd már. Emmer James írt róluk egy cikket a közép közlemények című folyóiratban. Nem olvastad? Még nem jutottam hozzá. Sorban állnak nálam odahaza az olvasásra váró szakkönyvek. Nos, James professzor feldolgozta a három önmagát mumifikáló szerzetes legendáját. Még a nevüket is közölte ne várt tőlem, hogy felsoroljam őket. Ez szúrhatott szemet embercárringtonnak vagy a másiknak. És mindegyik meg akarja szerezni magának mindhármat. Illetve nem is magának, hanem kiki valamilyen intézménynek. Már persze, ha léteznek egyáltalán. Aki megszerzi magának őket, az nyert. És viszi a nyereményét. Mire gondolsz, Hári? Mindenre gondolhatok. Gondolhatok csupán a dicsőségre ennek a kettőnek nagyon sokat számít, de gondolhatok valami konkrét anyagi dologra is. Pénzre bár őszintén szólva ebben nem hiszek, elvégre mindkettőjüknek van elég én valami másra gondolok. Ki vele, Hári? Miss Lucy Howardra. 65. Ez aztán annyira megváltoztatta a terveimet, hogy kénytelen voltam ismét elbeszélgetni Emmert Carringtonnal. Emmer kerintön összekészítette már a holmiát a másnap reggeli indulásra. Azt hittem, morcos lesz majd, hogy zavarom, de éppen ellenkezőleg, csupa mosoly volt a képe. Éppen a viskályz poharát ölelgette nagy igyekezettel. Jöjjön, csak jöjjön. Biztatott. Foglaljon helyet. Már felkészültem az útra, s most kiélvezem a diadalomat. Látta a fickó képét. Hát az minden pénzt megért nekem. Iszik egy viszkit. Gópi, kérem, hozna Emmer Lorenznek egy poharat. Nos, Emmer Lorenz, miben lehetek a szolgálatára? Vagy csak úgy meglátogatta öreg barátját. Szeretnék kérdezni magától valamit mondtam. Hát csak kérdezzen. Ki vele? Igaz, hogy Mr. Dermot és ön valaha jó barátok voltak. Emmer kerintő arcán árnyék suhantát. Igaz. Valaha valóban azok voltunk. Hogy lett a barátságból gyűlölet? Szemmel láthatóan nem volt felkészülve rá, hogy ilyesmikről fogunk beszélgetni. Ünnepelni akart, nem kényes témákról társalogni. Nehéz erre válaszolni, Emmer Lorenz mondta kényszeredetten. És nem is válaszolnék, sőt kikérném magamnak, ha más kérdezné, de végül is sokkal tartozom önnek, a pénzen kívül is. Amióta az eszemet tudom, vetélkedünk egymással. Aztán később ez a vetélkedés ellenségességbe csapott át. Igaz, hogy volt önnek egy Lucy Hovard nevű felesége. Ezt meg honnan tudja? Hökkent meg. Ha valakivel összeszűröm a levet, igyekszem mindent megtudni róla, mondtam. Igaz bólintott. Lucy Hovard valóban a feleségem volt. Miért váltak el? No de, Emmer Lawrence. Vannak dolgok, amelyek még barátok között sem lehetnek beszédétémák. Ím már hideg és visszautasító volt a hangja. Azt beszélik, hogy Mr. Dermot vette el öntől. Ez is igaz. Maga, gondolom, képes lenne megölni őt, amiért elszerette a feleségét. Emmer Kerintön megcsóválta a fejét. Emmer Lawrence, ön fiatal ember, nincs tapasztalata a házasság terén, ezért jegyezze meg, csak azt lehet elszeretni, akit valaha szeretett az ember. Ön. A további kérdéseire nem válaszolok. Nézze meg az ember. Csak még egyet. Mit szól ahhoz, hogy ezután Mr. Dermot felesége lett? A magánügyeimről egy szót se többet. Így még egy viszkit, aztán hagyjon pihenni. Túlságosan ritka a levegő erre felé. Nem bántam meg, hogy szót váltottam vele. És nem csak a viszki miatt. Belépett a történetbe egy mindeddig ismeretlen nő, Miss Lucy Howard. 66. Mielőtt nyugovóra tértem volna, még egy búcsú látogatást tettem Padma rinpoche éppen kétségek között hánykolódott. Egyrészt örült, hogy megszabadult tőlünk főleg Domingostól részben pedig aggódott amiatt, ami történt. Attól tartott, hogy távoztunkkal sem zárul le a kellemetlenségek sorozata, amely miattunk a kolostort sújtotta. Talán már azt is megbánta, hogy egyáltalán bebocsátott bennünket a birodalmába. Azért örülök, hogy itt voltál, Rimpócse udvariaskodott. Annak viszont egyáltalán nem örülök, ami a barlangban történt. Még most sem vagyok tisztában vele, hogy mi is történhetett. Hiába töröm a fejem, sok ez nekem. Már azt sem értem, hogy miért dugta bárki is a múmiát a barlangba. El akarta rejteni valaki elől. És a múmia is izgat. Valahogy szokatlan. Nem egészen olyan, amilyenek lennie kellene. Miért? Milyennek kellene lennie? Dagmar Rimpócse mélyet sóhajtott. Nem tökéletes az ülése. A mi csodája? Értetlenkedtem. Nézd, Rimpócse, az a szerzetes, aki száncándékkal mumifikálja magát, előre felkészül rá. Nem akarok előadást tartani róla, hogyan csinálja, de megvan a módja. A legfontosabb, hogy lótuszülésben üljön. Ez feltétlenül szükséges na már most, egy szerzetes kiskorától fogva gyakorolja a lótuszülést, és tökéletesen végre is tudja hajtani. Milliméternyi pontossággal. Ez a szerzetes azonban, elég ügyetlenül hajtotta végre. Mit akarsz ezzel mondani? Hogy nem volt tapasztalt szerzetes. Lehet, hogy még csak lámainas volt. Ennek viszont ellent mond, hogy a mumifikálás éveket vesz igénybe. Mi a magyarázatod rá? Nincs magyarázatom, Rimbócse. És te mivel magyarázod azt, hogy azt az embert, aki idehozta a múmiát, megölték? Vajon ki tehette? Nem tudom, ki ölte megmondtam. Talán látott valamit, amit nem kellett volna. Remélem, hogy az a gonosz szellem, aki mindezt elkövette, örökre eltávozik a kolostoromból. Udvariasságból nem tette hozzá, hogy veletek együtt. Jól ismered Zakporin Pócsét. Váltottam témát. Tad megvonta a vállát. Ismerem. Barátságos, nagy tudású ember. Milyen messze is van a kolostora. Két napi járó földre innen. Könnyű az út odáig. Ha nem történik addig veletek semmi. Reméltem, hogy nem történik. 67. Eddig nem említettem az elutazásunk technikai problémáit, elvégre nem az én feladatom volt, hogy megoldjam őket. Zakpor cseh kolostora, ahol a kettes számú múmiát sejtettük két napi járóföldre volt tarpalinktól, s ezt az utat jakháton akartuk megtenni. Emmer Kec vállán nyugodott a felelősség, neki kellett jakokról, élelmiszerről és kísérőkről gondoskodnia. El kell ismernem, Emmer Kec kiváló munkát végzett, beszerezte az állatokat, az élelmet és a kísérőket is. Hogy Mr. Dermot kiket alkalmazott, fogalmam sem volt róla. Közvetlenül azután, hogy megérkeztek a miakjaink, az ő hátasaik is megjöttek. Domingo előre meredő bajuszával egyre ott sétálgatott a jakokat irányító pásztorok mellett, és megpróbált rendet tenni közöttük. Megfelelően beszélte a nyelvet, így meg tudta értetni magát velük. Ami Miss Gördő Palmert illeti, lekuporodott a kolostor kerítése mellett egy lapos kőre, térdére hajtva a fejét. Nagy volt a kísértés, hogy oda menjek hozzá, de nem akartam kellemetlen helyzetbe hozni. Az, amit az előkészületeikből láttam, melegséggel öntötte el a szívem. Amint kis karavánunk elhaladt mellettük, ők is felugráltak a helyükről, és utánunk akartak indulni. Nem értettem, miért ez a nagy sietség, elvégre ők is ismerték az úti célt, Rélő kolostorát ami pedig a szívem melegségét illeti, először is, már az is felmelegítette, hogy szemem sarkából megfigyelhettem, mit művel Domingo szajakjával. Először maga próbált felülni a hátára, de valamiért nem akart sikerülni neki. Pedig a Jack szokatlanul békésen viselkedett. Domingos barátom felmászott rá az egyik oldalon, majd azon nyomban lecsúszott a másikon. A nyerekként funkcionáló pokrócok is lehullottak és betemették. Másodjára már könnyebben ment a dolog. A Jack túloldalára állt egy pásztor, s amikor Domingos le akart esni róla, megfogta, és nem engedte, hogy leessen. Így is jó időbe telt, amíg sikeresen meg tudott maradni az állat hátán. Ami Miss Palmert illeti, ő egyáltalán fel sem akart szállni a jakra. Csak a közben felbukkanó Mr. Dermot határozott utasítására próbálkozott meg a megmászásával. Nem kis meglepetésemre elsőre sikerült neki. Ott aztán sikoltozott egy kicsit, és le akart ugrani róla, de a pásztorok megakadályozták benne. Mivel a kísérő tibetieknek volt elég dolguk az idegenekkel, nem voltak képesek a saját állataikat irányítani, így a jakok feltorlódtak, s nem meg is sértődhettek a gazdáikra, mert amikor visszanéztem rájuk, tökéletes káoszban fulladozott Mr. Dermot és csapata. Néhány lépés megtétele után visszafordítottam a jakom, és Domingoshoz kormányoztam. Olyan megvető volt a tekintete, hogy ha nem ismerem, elfogott volna tőle a kisebb érzés. Hogy van, Domingos? Kérdeztem tőle. Természetesen nem válaszolt. Természetesen nem is vártam tőle. Még Katmanduban hallottam egy jó hírt, mondtam. Csend. Tudja, mi az? Csend. Állítólag feltalálták a himalájai kerékpárt. Nem vett véletlenül egyet. Kipróbálnám. Kasz. Szólalt meg barátságosan. És természetesen felém bögte a bajuszát. A levegőtől van mondtam. Vagyis inkább a levegő hiányától. Ilyenkor nehezen lélegzik a ember. Maga is ezért beszél ilyen nehezen és tő mondatokban. Agyon ütöm mondta. Kár lenne szegény jakért. Magát, ütöm. Agyon. És hogy demonstrálja elszántságát felemelte mindkét karját, és felémrázta az ökleit. Több sem kellett a jaknak, ugrott egyet idegességében, mert nem értette, mit akart tőle az utasa. Domingó szapokrókaiba akart kapaszkodni, de már késő volt. Lepottyant a Jack mellé a földre. Úgy tettem, mintha nem vettem volna észre, és a többiek után igyekeztem. 68. Naplemente előtt megálltunk, és felfogadott segítőink felverték a sátrainkat. Először fordult elő velem életemben, hogy nem kellett törődnöm semmivel. Vezetőink mindenről gondoskodtak, ami csak kellett. Megetették és megitatták a jakokat, majd tábortüzet gyújtottak. Maguknak egyet és nekünk is egyet. Úgy látszott, hogy nem akarnak egy tűznél melegedni velünk. Jó magam, mintha mi sem történt volna, odaültem a tűzükhöz. Láttam rajtuk, hogy nem nagyon tetszik nekik, de nem mertek elkergetni. Igyekeztek nem szólni hozzám, ám azért egy öreg szörpő, aki már alig ha merészkedhetett fel a legmagasabb csúcsokra, szép angolsággal megszólított. Tehetek valamit érted, Rimbóce. Elfogadnék egy igazi teát, mondtam. Az igazi ezúttal a jakvajas, kisé évöz ízű himalájai teát jelentette. Meg tudod inni, Rimpócse. Nem is válaszoltam. Amikor megkaptam a fületlen tálkámat, jó ízűen belekortyoltam. Jártál már máskor is a hegyek között? kérdezte az öreg. Néhányszor bólintottam. Magyaráz el nekem valamit kért, és a fejével Mr. Dermot csapata felé intett. Ők kicsodák nektek? Ismerőseink, mondtam. De nem a barátaitok. Nem lehet mondani. Nem is beszéltek velük. Nem, ha nem feltétlenül szükséges. Ők mit keresnek Rilában? Egy szerzetes múmiát. És ti mit kerestek ott? Mi is egy szerzetes múmiát? Ugyanazt. Ugyanazt. És nem segítetek egymásnak megtalálni. Nem mondtam. És ha megtaláltátok, mit szándékoztok tenni vele? Múzeumba visszük, mondtam. Megőrizzük sok sok éven át, nehogy baja essék. És ha a szerzetes múmia nem szeretné ezt, akkor majd tesz róla, hogy ne sikerüljön a tervünk. Az öreg mélyet sóhajtott. Én is ezt gondolom, Rimbócse. Ha elérjük a kolostort, mi már fordulunk is vissza. Rá sem szeretnénk gondolni, mi történhet majd veletek. Nem sok biztatást olvastam ki a szavaiból. Valamiért én sem vágytam túl gyorsan megismerni a jövőt. 69. Zakpo Rinpoche aggodalmas képpel fogadott. Végig rajtam tetőtől talpig, aztán intett, hogy foglaljak helyet a rövidlábú kis asztalka mellett. Az asztal olyan alacsony volt, hogy ülőpárnákon kellett ülnünk. Ez az ülésforma meglehetősen megviseli azt, aki nem szokott hozzá, s kezdetben nem is tudja hova tenni a lábait. Nagyon nem cserélgetheti őket, mert ha megtenné, veszélyeztetné vele az asztal stabilitását, ami viszont nem tenne jót a rajta álló tányérok és tálkák egészségének. Hát akkor megérkeztél, Rimpócse. Kérdezte Zakpol, miután helyet foglaltam vele szemben. Milyen volt az utatok? Ekkor már túl voltunk a khadag ceremónián, azaz átnyújtottuk egymásnak sejemkendőre fektetett ajándékainkat. Hosszú ideig tartott panaszkodtam. Feltúrták a démonok az utat. No meg a föld csúszamlások tette hozzá. Ebben az évben túl sok van belőlük. Az emberek mindenfélét beszélnek. Főleg az öregek. Miket beszélnek? Kíváncsiskodtam. Azt, hogy az istenek megharagudtak ránk. Márpedig ha megharagszanak, megtesznek mindent, hogy megnehezítsék az életünket. Például meglazítják a talajt a hegyekben, és hagyják, hogy ránk csúszszanak a kövek. Remélem, csak a gonosz istenekről beszélsz. Hát én nem is tudom, Blobzangrimpocse vakarta megkopasz fejét a rimpocse. Mintha valamennyi isten összeesküdött volna ellenünk. Amint hallottam, te is voltál már hasonló helyzetben. Egy isten megharagudott rád, és alig voltál képes megúszni, hogy lene küldjön az alvilágba. Az nem Isten volt, hanem Démon. A macska Démon. Démon. Gonosz Isten egyre megy. Legyinted, Zakpo. Megkaptam Padmárimpócsétól az üzenetet. Ez szerint a mumifikált szerzeteseket keresed. Nem bánnám, ha megtalálnád őket, Rimpócse. Olyan határozott kívánságot éreztem a hangjában, hogy meg is lepődtem tőle. Valami baj van velük. Kérdeztem. Lehetséges, mondta óvatosan. Minden lehetséges. Mintha félt volna kimondani, amire gondol. Történt valami újabban erre felé. Érdeklődtem. Zakpo bólintott. Történt. És csupa rossz. Először is, nyavaja tört ki a falvakban a gyerekek között. Majd nem minden gyerek megbetegedett, úgy futkostak a doktorok faluról falura, mint az egerek zápor eső után. Hát ez bizony nem jó hír bólintottam. Van még rosszabb is sóhajtott. Nemrég akkora égverés volt, hogy még a nagyon idős emberek sem láttak olyat. El is vert mindent. Hiába tettek rudakra szerelt favarjakat a falu végére, nem segített. A vihar és a jég nem ilyet meg tőlük. Már kezdtem érteni, mire céloz. Azt beszélik, hogy a szerzetes okozta a bajt. Akit itt rejtettek el a romok között. Ő, Rémbócse. Az emberek már nagyon nyugtalanok miatta. Meg vannak győződve róla, hogy vagy Rodzsung, vagy Roland lehet. Elvarázsolt holt az Rinpoche. Egy gonosz szellem bújt belé, és amíg benne van, csak bajt csinál nekünk. Ő rogyasztja ránk a hegyet, ő betegíti meg a gyerekeket, ő küldi ránk a jégverést, sőt sok helyütt még a tyúkok sem tojnak rendesen. Hát az nagy baj sajnálkoztam. De még mekkora? Sóhajtott. Ezért azt szeretném, hogy találd meg és vidd innen a fenébe. Éppen ez a szándékom mondtam. Zakpolám a tekintetet vetett rám. Én ezt csak neked mondtam el ilyen őszintén, Rimbóce. Tagmaláma szerint te a mi barátunk vagy. Ez nem is vitás biztosítottam. Magamban elmosolyodtam, mert kitaláltam, mit akar tőlem. Az csak az első lépés volt, hogy velem akarja eltüntetni a múmiát. A másik, hogy dupla hasznot szeretne húzni belőle. Zakpo megvakargatta feje bubját, és tüsszentett egyet. Hatni kezdett az ajándék tubákom. Hallottam, hogy egy kerintön nevű ember akarja megszerezni a múmiát. Ez igaz, mondtam. Vajon miért kell neki? Méltó helyre akarja vinni, feleltem. Meg akarja őrizni az örökké valóságnak. Na és Harolang? Az az ő baja, mondtam. Az biztos bólintott. Mit gondolsz, Rimpócse, ez a ember kerintön gazdag ember? Nagyon gazdag, mondtam. Téged is jól megfizet. Mondhatjuk. Mi lenne, ha eladnám neki a szerzetest? Kicsit meghökkentem, de azért nem nagyon. Ez annyit jelent, hogy megtaláltad a múmiát. De hogy találtam meg? Úgy gondoltam, hogy te majd megtalálod. Ezért pénzt kapsz tőle, nem? Remélem mondtam. Én is szeretnék pénzt kapni érte mondta. Nézd csak körül, Rimpócse. Milyennek találod a kolostoromat? Még nem volt időm körülnézni benne, de amit láttam, az is elég volt ahhoz, hogy kimondjam, amit várt. Kicsit le van robbanva mondtam. Kicsit. Vágott csodálkozó képet. Akkor te nem az én kolostoromat láttad. Mert az én kolostorom ez itt. Nem kicsit, hanem nagyon le van robbanva. Nem is sejted, Rimpóce, hogy mennyire. Részletezzem. Felesleges hárítottam el a csábító ajánlatot. És mellesleg én és a szerzeteseim is le vagyunk robbanva. Új palástok kellenének, dísz csizmák, a csamtáncokhoz állarcok, az isten szobrokat újra kellene festeni, és még ezer nyimás. Gondolod, hogy meg lehetne oldani valahogy a problémáinkat? Én már világos volt minden. Zagpo csak akkor egyezik bele, hogy megkeressük a múmiát a romok között, ha Emmer kerintön megfizeti a árát. Vagy Mr. Dermot. Még azt is el tudtam képzelni, hogy Zakporimpocse versenytárgyalást hirdet azért a múmiáért, amit még meg sem találtak. Mellesleg, amit nekem kellene megtalálnom. Másképpen mondva, Zakporimpocse velem akarja kikapartatni a gesztenyét a tűzből. Hát, ha a szerzeteseid segítenének. Zakpo szerzetes legyintett. A szerzeteseim nem segítenek. Már megpróbáltam meggyőzni őket, de nem hajlandók megkeresni a múmiát. Félnek tőle, és igazuk is van. Egy elvarázsolt múmia nem sok jót ígér. Nos, Rimpócse, mi a véleményed? Beszélek em, mert ígértem. Beszélj vele, Rimpócse. Nem akarlak sürgetni, de az a bajuszos ember már bejelentkezett hozzám. Még nem fogadtam, téged részesítelek előnyben. De délután már fogadnom kell. Ezért szeretném, ha még ma délelőtt megérkezne a barátod, Emmer Kerintön válasza. Te beengeded de Carvalho Rimpocsét az épületbe. Kénytelen leszek. De hiszen leszakította a tarpalink tetejét. Tehát már Rimpocse úgy fél tőle, mint a tűztől. Én is félek, de mit tehetek? Ha leszakítja a tetőmet és megfizeti a kárt, az nagy baj, de ha magától szakad le, és nem lesz, aki megfizesse, az még nagyobb baj. Ezért hát igyekezz, Rimpócse. Bízhatok benne, hogy nem mentsd be addig a kolostorba. Bízhatsz, mondta. Ön elégülten elmosolyodtam. Téged sem engedlek be tette aztán hozzá, egyetlen pillanat alatt lelohasztva az örömömet. Senkit sem engedek be. De az udvaron letelepedhettek. Vannak sátraitok. Vannak bólintottam. Akkor hát, blobzang Rimpócse, menj és beszéld meg a dolgot emmerc Arringtonnal. Sóhajtottam, megittam a teám maradékát, és meghajoltam előtte. Nehéz tárgyaláson voltam túl. 70. Emmer Carringtont a hidegrázta és olyan sárga volt a képe, mint a citrom. Láttam rajta, hogy nincs valami rendben vele. Nagyon nincs. Kezdődött azzal, hogy be akartam menni a sátrába egyetlen sátrat vertek fel eddig az emberei, azt is szokatlan gyorsasággal, de Emmer Ketszel az utamat. Már a sátor felverésén is csodálkoztam, elvégre nem tudhattak még róla, hogy zakporimpócse nem enged be bennünket az épületbe. Hova, hova? Kérdezte Emmerkedsz. Nyíltan ellenséges volt a képe, mintha gyanúsítana valamivel. Emmer Carringtonnal szeretnék beszélni. Emmer Kerington nem fogad senkit. Megpróbáltam kitalálni, hogy mi történhetett, amíg én a főlámával tárgyaltam. A jakokat nem láttam sehol, ami azt jelentette, hogy a pásztorok már leléptek, itt hagyva bennünket és a csomagjainkat. Ez viselte volna meg annyira szarrington. A jakok eltűnése mellett azt is észrevettem, hogy Emmer Kerintön valamennyi kísérője ott táblából a közelünkben. Kerintön hirtelen kikiáltott az ajtón. Hé! Kedsz! Ki van odakint? Emmer Lorenz felelte, Kedsz. Engedje be, kérem! Emmer kelletlenül bár, de félreállt az utamból. Emmer kegyetlen rosszul nézett ki. Mintha már csak háni járt volna belé a lélek. Mintha már az utat keresné a lelke, amely a bardóba, a köztes létbe vezet. Óvatosan hátra pillantottam. Emmer szárnya beborította a sátrat. Nem néz ki valami jól, mondtam óvatosan. Egyáltalán nem nézek ki jól, nyögte az ágyán fekvő kerintőn. Az ágy összecsukható vaságy volt, s alig ha nyújtott maradéktalan kényelmet. Az imént belenéztem a tükrömbe, és elhatároztam, hogy amíg itt tartózkodom a Himalájában, nem nézek bele még egyszer. Talán rosszat evett. Emmerkedsz. Kedsz bedugta a fejét a sátorba. Igen, kerintön. Mutassa meg neki. Emmerkedsz hátra szólt valamit, s azon nyomban megjelent előttünk az Alibaba nevű embere. Felém nyújtotta a tenyerét. Volt valami rajta, de egyelőre még nem láttam, micsoda. Mi ez? Kérdeztem gyanakodva. Így sem ismer rá. Ali Babő óvatosan megfogta a valamit és felemelte a levegőbe. Ez egy, skorpió. Kérdeztem meghökkenve. Amint látja. Ez szúrta meg, magát. Ez a rohadék. Ez nem játék, Emmer Kerintön mondtam, és éreztem, hogy hideg hullámok futnak át rajtam. Egyáltalán nem az. Ebbe bele lehet halni. Azonnal orvost kell kerítenem. Mentem volna, hogy elkapjam az orvosságos lámát, de az időközben beoldalgott Emmer Ketsz visszatartott. Én kiképzett ápoló vagyok, mondta. Nem kell ide semmilyen ápoló tiltakozott Emmer Kerintön is. Már jobban vagyok. Kimehet, kérem. Emmer Ketsz sértődötten kivonult az ajtón. Emmer Kerintön elkapta akarom. Figyeljen ide! Lorenz. Engem meg akartak ölni. Meg akarták ölni. Hökkentem meg. Hogy az ördögbe. Felbérelték a skorpiót húzta el a száját. Belenyúltam a kézitáskámba, s ahogy belenyúltam, egyből megszúrta a kezemet. Azt a skorpiót valaki betette a táskámba. Biztos benne. A kézitáskám cipzáras, Emmer Lorenz ha csak fel nem tételezzük a skorpióról, hogy elhúzta a cipzárat, belemászott, majd visszahúzta magára. Maga szerint léteznek errefelé olyan skorpiók, amelyek képesek lennének ezt megtenni. Őszintén szólva azt sem tudtam, hogy vannak errefelé skorpiók. Ha nincsenek, akkor még biztosabb, hogy valaki ki akart nyírni. Láttam rajta, hogy rosszul érzi magát, ugyanakkor azt is láttam, hogy nem fog belehalni a csípésbe. Van annyi ereje, hogy meghallgasson. Kérdeztem. Persze mondta. Miről van szó? Elmeséltem neki az akporimpócsénál tett látogatásomat. Csupán néhány felesleges részletet hallgattam el előle. Emmer kerintön, amennyire az állapotából tellett, figyelmesen hallgatta, s amikor befejeztem, nagyot nyögött. Szóval, a jó az én hátamon akarja megsütni a pecsenyéjét. Tudja, mit? legyen. Mondja meg neki, hogy elfogadom az ajánlatát. Kérdezze meg, mennyit kér előre, a többit majd akkor kapja meg, ha megtaláltuk a múmiát. Azt mondja, nem enged be bennünket az épületbe. Ezt is elfogadom. Majd Emmer Ketsz felvereti a sátrakat. Mi van dörmött bandájával? Innentől kezdve már nem is nagyon figyeltem rá, megtöltötték a fejem a furcsábbnál is furcsább gondolatok. Vajon ki az ördög akarhatta megölni Emmer-Carlintont? 71. Még akkor is ezen törtem a fejem, amikor Zakporimpocsihoz vezető utamon beleszaladtam Miss Palmerbe. A kerítéshez dőlve állt, és lehajtott fejéből arra következtettem, hogy ő sincs valami jól. Hát nem is volt. Úgy sírdogált, mintha elveszítette volna névnapjára kapott kiskutyáját. Amikor meglátott, megtörölgette a keze fejével a szemét, és úgy nézett rám, hogy még egy ember gyűlölő démonnak is megesett volna rajta a szíve. Az az igazság, hogy néhány napja nem kerültünk egymás közelébe, így nem voltam tisztában vele, hogy milyen viszonyban is állunk egymással. Barátok vagyunk vagy ellenségek. Miután illendőn köszöntöttem, megpihentem egy kicsit, hát ha szándékában áll kinyitni a száját. Ez is történt, bár azért én voltam a kezdeményező. Valami baj van. Kérdeztem közelebb lépve hozzá. Jaj, Istenem szipogta. Nagyon nagy a gáz. Ezért is vagyok kénytelen szólni önnek, bár nem tudom, hogy hajlandó lenne Mi az ördögről beszél? Rémültem meg. Mi történt egyáltalán? Jaj, Istenem! Emmer de Carvaló. Mi történt, vele? Rémültem meg már magam előtt láttam a barátomat, amint az ágyán fekszik, hegyke bajusza lekonyulva, ő maga pedig átadta magát a halállágy ölelésének. Meg, halt. Tört ki belőlem a rémület. Éreztem, hogy alig kapok levegőt. Még nem, sóhajtotta. Még, nem. Mi történt vele? Nem tudom. Nagyon beteg, lázas és félrebeszél. Hülyeségeket, például. Mégis miket? hogy maga a legjobb barátja. Akkor tényleg nagyon beteg lehet nyögtem. És Mr. Dermot is nagyon beteg. Hogy a fenébe? Istenem, nem tudom. Én találtam rájuk, és nem ismertem szólni a többieknek. Megfordultam, és nem törődve vele, hogy követ -e vagy sem, elrobogtam a sátrak irányába. Szétrántottam Domingos sátrának a bejárati ponyváját. Domingos egy hálózsákon feküdt a füvön, és ugyanazokat a tüneteket produkálta, mint Emmer Kerintön. Rázta aláz és sárga volt, mint a citrom. Nyitva volt a szeme, de hogy felismerte, abban egyáltalán nem voltam biztos. Hallottam, hogy Miss Palmer betántorog a sátorba, és még mindig rázza az okogás. Hol van Mr. Dermot? Kiáltottam rá. Abban a sátorban. Mr. Dermot ugyancsak a hálózsákján feküdt, és ugyancsak lázrázta. Ő valamivel jobb állapotban volt Domingosnál, sőt még beszélni is tudott. Mi történt magával? Kiáltottam rá. Megmart egy kígyó nyögte. A táskámban volt. De kárvaló. Őt is. Meg fogunk halni. Kikotortam a zsebemből egy doboz láz csillapítót, és némi dulakodás árán egymás után sikerült beléjük nyomnom néhány tablettát. Este felé Domingos és Mr. Dermot is jobban lett. Egy óra múlva pedig már csak enyhe fejfájásuk jelezte, hogy nemrég még a halál udvarában söpörték az őszi avart. Álomra hajtottam volna a fejem, ha lett volna hol. A nagy zűrzavarban ugyanis senki sem törődött azzal, hogy számomra is felverjenek egy sátrat. Kénytelen voltam felkeresni Zakporin 72. Zakpo némi rábeszélés hatására megengedte, hogy az épületben éjszakázzak. Mielőtt azonban elfoglaltam volna a rendelkezésemre bocsátott cellát, volt néhány kérdésem hozzá. Járt nálad Emmer valaki? Kérdeztem. Járt bólintott a rimbócse? Vele is megegyeztem. Ki volt az? Valami bár Rimpócse. Hogy, hogy megegyeztél vele? Zakpo rimbócse szégyenlős képet vágott. Azt gondoltam, hogy miért ne lehetne verseny közöttetek? aki megtalálja a múmiát, az a nyertes. Ő fizeti a versenydíjat. És a másik. Az kevesebbet fizet. Ebből kiderült, hogy Mr. Dermot sem fukarkodott az ajánlatokkal. Hallottad, mi történt, az udvaron. Hallottam bólintott, és nagyon sajnálom. Az a helyzet, Rimpócse, hogy az egyik szerzete sem látott valami gyanúsat. Nem tudtam felhívni rá a figyelmedet, mert nem találtalak sehol. Azt hiszem, szellem volt. Vagy maga kéktára istenasszony. Kéktára. Hökkentem meg. Ezt hogy érted? Úgy, hogy egyik szerzetesem látott egy kék köpenybe burkolódzott nőt. Belopódzott kerintő sátrába, majd hamar ki is jött belőle. Nem tartozik sem hozzátok, sem hozzánk. A szerzetes udvariasan meg is kérdezte tőle, hogy kerese valakit, esetleg adományt hozott-e a kolostornak, de az arcát nem látta. Csak a hangját hallotta. Azt mondta, hogy csak sétál. Hiába készültem fel rá, nem jött ezen az éjszakán. Talán nem találta meg a szobámat. 73. Hűvös volt a reggel. Fától felhők úsztak át az égen, mögöttük félig elrejtőzve kóválygott a nap. A szél is megerősödött, felkapta a port és az arcunkba vágta. A por hideg volt, mintha nem is nyár lett volna. A bárkör nevű férfi bukkant rá a halott szerzetesre. A lámakoszlott palástot viselt, és ott volt a hóna alatt a zsák maradványa is. Ha bárki is kereste volna, hamar rábukkanhatott volna, csak hogy nem kereste senki. A szerzetesek a kolostorból messze elkerülték a helyet, ahogy a kísértett járt a romokat el szokták kerülni. Gópi szerint örömújjongásban törtek ki, amikor megtalálták a maradványokat. Valamennyien azt hitték, hogy rábukkantak a kettes számú múmiára. Korai volt azonban az örömük. A szerzetesi köpenyben, amely a maradványokat rejtette, nem múmia volt, csupán egy csontváz, amelyről már hiányzott minden, ami még életében rajta volt. Mr. Dermot dermedten figyelte, amint az emberei a vörös palástot piszkálgatják. Ez nem az mondta bárkör megigazgatva a szemüvegét. Akkor ki a fene? Csattant feldörmött. Aki a múmiát idehozta felelte bárkör. Percek alatt kiderült, hogy igaza van. Annak a férfinak szerzetesnek a maradványaira bukkantak rá, aki a múmiát odavitte. Ha odavitte. Mert egyelőre még nem került elő. Ekkor már mi is ott toporogtunk a romok mögött, de vonakodtunk megközelíteni őket. Kerintőn annyira izgatott volt, hogy alig tudtam visszatartani, nehogy oda hozzájuk. Meg fogják találni. Istenem, meg fogják találni. Mit tegyünk, hogy ne találják meg. Maradjon nyugton javasoltam. Megtalálja ez a rohadék. Dörmöt és csapata töviről hegyire átkutatta a környéket. Olyan alaposan, hogy vissza kellett vonulnunk. Emmer kerintön ugyan többször is kifejezte Abbéli szándékát, hogy legjobb lenne elrugdosni őket a környékről, de mereven ellenálltam a mai javaslatának. Még csak az hiányzott volna, hogy összeverekedjünk. Mivel beláttam, hogy egyelőre nem tehetünk semmit, igyekeztem felfedezni a környéket. A romok, amelyek között bókláztunk, egy régi, összedölt kolostor romjai voltak. Alig ha nem Zakporin Pocse említette, hogy egy nagy földrengés döntötte romba az ózsdi épületet, amely már az előtt is lakatlan volt. Senki nem emlékezett már rá, hogy mikor épült a kolostor, ki építette, és arra sem, hogy kik lakta benne. Zakpo szerint varázsló szerzetesek lehettek, s valószínűleg az ő lelkeik bolyonganak a környéken. Kissé eltávolodva a többiektől, felkapaszkodtam egy magányos szikla tömtetejére. Amerre a szemem ellátott, Romot láttam Rom hátán. Ebből arra következtettem, hogy a régi kolostor monumentális lehetett a maga idejében. Nagyságát azok a kövekből rakott kerítés oszlopok is bizonyították, amelyek körbevettek bennünket. Az oszlopok szilárdan álltak, mintha örökké valóságukat bizonyítanák. A hajdan köztük húzódó, őket összekötő kőfalat már eltüntette az idő, csupán az oszlopok álltak dacolva esővel széllel. Megpróbáltam megszámolni a kerítés oszlopokat, de mindegyre belekeveredtem a számolásba. Neki futottam még egyszer, aztán feladtam. Így is látszott, hogy a Kolostor területe úgy két futballpályányi lehetett. Lemásztam a kőről, és odalépkedtem a legközelebbi oszlophoz. Előbb körüljártam, aztán megkopogtattam, majd bármennyire is nem illik, megrugdostam az oldalát. Enyhén kongó hangot adott, amiből rájöttem, hogy alig ha nem üreges a belseje. Ettől olyan izgalomba jöttem, hogy megpróbálkoztam a következő oszloppal is. Ez is üreges volt. Ám ennek csúcsos volt a teteje. Visszafordultam, és ismét csak megvizsgáltam az egyes számú lapos tetejű oszlopot, majd felmásztam a nagykőre, és új fent végig futtattam a tekintetem az előttem húzódó oszlop soron. Egyeseknek közülük lapos volt a teteje, másoké pedig csúcsos. Elkezdtem túráztatni az agyam. Lehet, hogy néhány oszlopnak az elmúlt idő vittem magával a tetejét, másokét pedig meghagyta. Az idő vasfoga mindenre képes. Még egyszer szemrevételeztem egy lapos tetejű oszlopot. Nem úgy nézett ki, mintha valaha is csúcsos lett volna. Talán így is tervezték a régi idők mesterei. Egyeseket csúcsosra, másokat pedig laposra. Az a kérdés, hogy mi lehetett ennek az oka. Lehet, hogy csupán esztétikai szempontból váltogatták a készítők az oszlopok tetejét. Tovább rugdostam az oszlopokat, és arra a megállapításra jutottam, hogy azok az oszlopok, amelyeknek csúcsos a tetejük, erősen konganak, amelyeknek lapos, azok alig. Ebből pedig akár az is következhetett volna, hogy egy ilyen csúcsos tetejű oszlopba rejtette a szerzetes a halott szerzetes. A múmiát. Végignéztem az oszlop sorokon. Mivel négy oldalról határolták a hatalmas rommezőt, be kellett látnom, hogy heteket venne igénybe, amíg minden oszlopot megvizsgálnék. Még akkor is soká tartana a művelet, ha csupán a csúcsos tetejű oszlopokat nézném meg tüzetesebben. Persze megtehetném azt is, hogy nem vizsgálnék meg minden csúcsos oszlopot, hanem csak úgy, szóró próba szerűen néhányat. Csak hogy az oszlopok számát tekintve ezzel a módszerrel annyi lett volna az esélyem, mint egy lottó főnyereményre. Akkor hát, mit tegyek? Annak ellenére, hogy ott bujkált bennem a felfedezés izgalma, elálmosodtam. A magaslati levegő lehetett benne a bűnös, és a végig nem aludt éjszakák. Becsukódott a szemem, és kis híja volt, hogy el nem szundítottam a szikla tetején. Akkor hirtelen rám tört a megvilágosodás. Milyen formájúak is ezek a kerítésoszlopok. Túlpos tetejűek. Istenem, hiszen ezek csortenek. Aki nem járt még a Himalájában, buddhista kolostorok környékén, az nem is tudja, hogy bármerre is járjon, időről időre egy-egy csortenre bukkan. A csortenek kőrakások, vagy olyan formájú erekje tartó építmények, mint amilyenek ezek a kerítésoszlopok itt, a szemem előtt mivel üreges a belsejük, akár egy egész holtözt is beléjük férhet. Csak hogy a csortenekbe nem szoktak holtesteket gyömöszölni. Csupán szent emberek hamvait helyezik beléjük agyakkorsóba töltve, vagy a csontjaikat, esetleg a csontokból is csak néhányat, melléjük a halott egy-egy életében használatos tárgyát. Az is jellemző azonban, hogy a legtöbb csorten már üres. Hogy kirabolta ki őket, nem tudja senki. A csortenekbe nem szoktak értékes tárgyakat rakni bár az erekék maguk is értékesek. Ha felépítenek valahol egy új templomot, nem árt, ha egy szent erekéit is elhelyezik benne, így a kolostor hírneve is növekszik, és a maradványok is méltó helyre kerülnek. Ezért előfordul, hogy az új kolostor szerzetesei kiveszik egy már düledező csorten tartalmát, és a saját kolostorukba szállítják. Ahogy végig gondoltam mindezt, egyre valószínűbbnek tűnt számomra, hogy a csúcsos tetejű építmények, amelyeket korábban egyszerű kerítésoszlopoknak hittem, valójában csortenek. A kolostor szerzetesei ügyesen keverték a kellemeset a hasznossal, a kerítésoszlopokat csortenként is felhasználták, vagy éppen megfordítva. Csak úgy próbaképpen elsétáltam egy sor oszlop mellett. Egyikükön sem látszott, hogy megpiszkálták volna szomorúan bámultam magam elé. Lehet, hogy örökké a csortenek valamelyikében marad a múmia szerzetes. Ha éppen belerejtették. De rejthették máshova is. Aztán ismét elálmosodtam, és nagyokat ásítva visszarévettem az elmúlt éjszakára. Sütött a hold, bűgtek a jakok, ugattak a kutyák. Leugrottam a kőről, és rohanni kezdtem a kolostor felé ha szerencsém van, előbb megtalálom a múmiát, mint Dörmöt és csapata. Már csak be kell sétálnom a legközelebbi faluba. Előtte viszont még beszélnem kell egy szerzetessel. 74. A szerzetes a kapu mellett ácsorgott, a kerítéshez támaszkodva, és szájharmonikázott. Megdermettem a meglepetéstől. Hiába, a modern világ betört már a kolostoroba is. Eddig még csak sípon játszó, dobotverő, cintányért összeütögető szerzetessel találkoztam, szájharmonikázóval még nem. A szerzetes behunyt szemmel játszott. És nehogy bárki is azt higgye, hogy áljtatos vallási éneket, dehogy. A legújabb indiai slágert játszotta, amelyet a Mumbai Filmstúdió szabadított Indiára. Ahogy meghallotta a lépteimet, kinyitotta a szemét, és villámsebesen eltüntette a harmonikáját a palástja öblében. Ha tapintatos lettem volna, nem vettem volna észre. Csak hogy eszem ágában sem volt tapintatosnak lennem. Éppen ellenkezőleg. Nagyon is jól jött nekem ez a harmonika. A szerzetes még csak tanuló lehetett, kerek képű kislegény, aki leplezetlen bűntudattal nézett rám. Mosolyogni próbált, azaz barátkozni velem, én azonban nem vettem alapot. lapot. Szépen játszol, mondtam neki mogorva képpel. Nem szólt semmit, csak nagyot nyelt. Alig ha nem attól tartott, hogy elveszem a harmonikáját. Jól számított. El is vettem. Mutasd csak a harmonikádat. Parancsoltam rá. Remegő kézzel a palástja öblébe nyúlt, és átadta a zeneszer számot. Megnézegettem, aztán eljátszottam rajta egy írnépdalt. Ha egy harmonika művész hallotta volna, bizonyára síró görcsöt kapott volna tőle. Talán csak a koppenhágai, kikötői kocsmákban értékelte volna néhány részek tengerész a produkciómat. A legény habozott egy kicsit. Szép, mondta aztán. Még mindig nem adtam vissza neki a harmonikát. Gyakran bejársz a faluba. Kérdeztem tőle, és arra felé mutattam a fejemmel, ahonnan észak a jakbőgést és a kutyaugatást hallottam. Gyakran bólintott. Ételt koldulsz. A kolostor szerzetesei természetesen nem voltak koldusok, csupán a vallási előírásoknak megfelelően kellett naponta lemenniük a faluba, hogy élelemgyűjtő tálkájukba is kérjenek a falusiaktól. Azok pedig, ugyancsak a ten szabályainak megfelelően, adtak is neki. Igen bólintott a láma növendék. Van ismerősöd abban a faluban. Van, Rimpócse. Elmondtam neki, hogy mit kérek tőle. A harmonika még mindig nálam volt, így akár zsarolásként is értelmezhettük a dolgot. A lámanövendék figyelmesen meghallgatta, aztán bólintott. Értem, Rimpócse! Visszaadtam neki a harmonikát. Úgy kapott utána, mintha levegő után kapna. Minden rendben lesz, Rimpócse! Hosszasan néztem utána, és abban reménykedtem, hogy betartja a szavát. Ha szerencsém lesz, talán még az éjszaka megtalálom a szerzetes múmiát. 75. Már ugyancsak fent jártak a csillagok az égen, amikor Mr. Dermot és csapata visszatért a kolostorba. Porosak voltak, koszosak, éhesek és hullafáradtak. Mást sem kívántak, csupán néhány kortnyi vizet és egy csendes helyet, ahol nyugalomban tölthetik az éjszakát. Csendes hely még csak-csak lett volna, a vízzel azonban baj volt. Az volt a baj, hogy nem volt. Amikor Domingos bemasírozott a kolostori konyhába, hogy ivó vizet kérjen, csak egy ingerült szerzetest talált odabent, aki egy óriási fakanállal dühösen csapkodta az útjába kerülő legyeket. Egy kis vízért jöttem, mondta Domingos, és letette a hóna alatt szorongatott vizestömlőket. Természetesen azak voltak. Ha találsz, adj belőle nekem is morogta a szerzetes. Jó magam ott rejtőztem egy jó korakondér mögött, és mintha hájjal kenegettek volna. Domingos beszélte a nyelvet, csak éppen a házai dialektust, a szerzetes pedig az andóit. Víz csökkentette Domingo korábban használt ragok számát. Víz. Nincs felelte a szerzetes. Hogyhogy -hogy nincs. Hökkent meg Domingos. Nincs mondta a szerzetes. Domingos odalépett a konyhai víztartályhoz és megeresztette a csapját. Természetesen egyetlen csepp sem folyt ki belőle. Ki Kiittátok mind dühödött meg Domingos. Kifolyt felelte a szerzetes. Hogy hogy kifolyt? A szerzetes megvonta a vállát. Valószínűleg a gonosz szellemek folyatták ki. Előfordul. Akkor én most honnan szerezzek vizet? A szerzetes felemelte a mutató ujját és a falra bökött. Onnan. A falból. Hallottam Domingos fogcsikorgatását. Bármennyire is fel volt háborodva, a bajusza már nem a haragos bika szarvaira, hanem egy influenzás madárszárnyához hasonlított. A faluból mondta szerzetes. De hiszen az, messze van. A devázsin, a mennyország van messze. A falu csupán 5 kilométer innen. Különben csak reggelig kell kibírnotok. Addigra megjavítom a szivattyút. Domingos felhördült, és az üres tömlőkkel a hóna alatt kivágtatott az ajtón. Kiléptem a tartály mögül, és odaadtam a lámának a kialkudott tubákos szelencét. Úgy éreztem, jó üzletet kötöttem. 76. Elégedetten hallgattam frissiben felvert sátramból a szomszédos sátrakban fellángoló vitát. Mivel Zakporin tartott Domingostól, csak úgy engedélyezte a sátrak felverését, ha a két csoport sátrai szorosan egymás mellé kerülnek. Bizonyára abban bízott, hogy ha bármi gyanús tevékenységbe is fogna Domingos például kíváncsiságból megpróbálná megbontani a kolostor tetőszerkezetét én majd visszatartom a meggondolatlan lépéstől. Így aztán akarva a karatlan végig kellett hallgatnom a siránkozásukat. Nincs egy csöpnyi vízünk sem. Dühöngött Domingos. Elromlott a szivattyújuk, a tartalék pedig elfolyt. Állítólag egy gonosz szellem nyitotta ki és hagyta nyitva a csapot. Akkor szerezzen máshonnan. Csak a faluból lehetne, de az öt kilométer. Menjenek oda és hozzanak onnan. Öt kilométer. Kiültem egy kis tömlővel a sátram elé, és iszogattam belőle. Közben természetesen vidáman társalogtam ember És jó hangosan. Isteni ez a víz. Örvendeztem. Olyan, mintha egy tenger szemből merték volna. Finom és sejmes. Emmer kecc meghökkenve nézett rám. Ő is ivott, de neki nem tűnt fel rajta semmi különleges. Víz volt és kész. Dicsértem még egy kicsit, minek következtében Miss Palmer kibújt a sátrából, és hozzám sétált. Tetőtől talpig koszos volt szegény, és cserepes a szája a szomjúságtól. Magának van vize? Kérdezte elhaló hangon. Hogy ne lenne mondtam. Magának nincs. El, fogyott nyögte. És nagyon szomjas vagyok. Felé nyújtottam a tömlőt tessék. Magának adom. Az egészet. Vigye csak nyugodtan, nekem van még egy. Gördő Pálmer olyan mosolyt küldött felém, hogy majd elolvattam tőle. Öt perc múlva felbukkant Domingos is. Úgy tett, mintha csak véletlenül sétálna a sátram felé, s amikor mellé mért, megjátszotta a meglepettet. Maga itt. Kérdezte. Bocsánat. Nem akartam megzavarni ahhoz képest, hogy jó ideje nem beszéltünk már egymással, és úgy viselkedett, mintha nem is léteznék, meglehetősen barátságos volt a hangja. Úgy tettem, mintha csak a hangját hallanám, őt magát nem látnám. Ki beszél? Kérdeztem, és a szemem fölé ernyőztem a tenyeremet. Hozzám beszél valaki. Én vagyok, Domingos nyögte. Érdekes. Nem látok senkit. Itt állok maga előtt. Egy kis vízért jöttem. Még mindig nem látok senkit. Domingos rájött, hogy a bolondját járatom vele. Dühösen felém rúgott messze volt attól, hogy eltaláljon, aztán visszarobogott kész lakásába. Felálltam, oda sétáltam a sátrához, és az ajtaja elé tettem egy tömlővizet. Vártam, hogy a hold fejjebb emelkedjék az égen. Már-már attól tartottam, hogy a harmonikás szerzetes növendék nem tartja meg a szavát, de megtartotta. Felbukkant előttem, majd intett és elindult a kolostor kapuja felé. Nem lát meg bennünket a kapus. Kérdeztem. Nincs kapus, mondta. A rimpócse megbetegedett. Hasmenése van. Ő is az andói nyelvjárást beszélte, s mindaddig, amíg el nem értük a falut, gyakorolhattam magam benne. Mire elértük, már egész jól értettem, s azok a szavak is visszatértek az emlékezetembe, amelyeket örökre elfeledetnek hittem. A férfi a kutyával a falu szélén várt bennünket. A kutya nagy volt, és ezzel még nem mondtam semmit. Akkorára nőtt, mint egy borjú vagy egy növendék Jack. Úgy csillogott a szőre a holdfényben, mintha fényből kalapálták volna. Benyúltam a zsebembe, és kivettem belőle néhány dollárt. A pásztor megnézte és elégedten felmordult. Ha adsz még két dollárt, tiédő a kutya. Megköszöntem szépen az ajánlatát, de visszautasítottam. Csak időlegesen van szükségem a kutyára, nem örökre. Nem harap. Kérdeztem bizonytalanul. De még mennyire? Dicsekedett a gazdája. Mi lenne, ha csak úgy, véletlenül találkoznék vele a falu szélén? Kicsontozna. A kutya egészen a kolostorig meg sem mukkant. Csak jött mellettünk Némán, olyankor mordult csak fel, amikor egy rémült madár felröppent a fészkéről a közelünkben. Nyugalom, gyalpon nyugtatta a gazdája. Csak madarak. Amikor elértük a rommezőt, már jócskán előre haladt hold az égen. A kutya gazdája az zsebébe nyúlt és egy tenyérnyi ruhadarabot húzott ki belőle. Megszagoltatta a kutyával, és hozzám fordult. Szerencse, hogy éppen van egy halottunk. Tegnap halt meg egy öreg ember. Azóta már a bardóban jár, és talán éppen újjá születik. Szagolt csak meg, gyalpo. A kutya olyan lelkesen szaglázta a halott ruhadarabját, mintha örömét lelte volna benne. Aztán vakkantott kettőt és eliramodott. Cirka húsz perc múlva értük utol. Egy csorten mellett feküdt, nyűszített, és a földet kaparta. Alig ha nem a halál szagát érezte. Ekkor már én is észrevettem, amit észre kellett volna vennem, ha elmegyek a csorten mellett. Csak hogy eddig a csortenig legfeljebb az elkövetkező héten jutottam volna el. Valaki kiemelt néhány meglazult követ a hátuljából. Szerencsémre a hod éppen a hátam mögött világított, így sikerült belátnom a kripta üreges belsejébe. A múmia lótuszülésben ült, indulásra készen, mintha a csennaiba tartó vonatra várt volna. Fekete, Szilárd anyag borította a testét, mintha ráömlött volna egy hordószurok. Lehet, hogy csak a képzelőerőm erőm játszadozott velem, de úgy éreztem, mintha kicsit felemelné, és kérőn felém nyújtaná a kezét. A kutya felvonított mögöttem. A vonítás jeladás lehetett, mert a faluban is felvonítottak a kutyák, aztán egy még távolabbi faluban is. A végén már úgy éreztem, mintha India összes kutyája vonítana, s valamennyi a halottat siratná a kutya gazdája felém fordult. Minden rendben, Rimbóce. Rendben bólintottam. Holnap beviszem a kutyát a kolostorba, hogy szórják megszentelt vízzel. A gumpában tartott víz megtisztítja a démonoktól. Szerinted, démon költözött a kutyádba? Szerintem igen felelte. Látom a szemén. A múmiáról a kutyára fordult a tekintetem. Vörös volt a szeme, mint az ördögé. Amikor észrevette, hogy nézem, felhúzta az ínyét és rám morgott. Kezdtem biztos lenni benne, hogy valóban démon költözött belé. 77. Ezt az éjszakát nem az üdítő alvásért küldték ránk az istenek. Mintha valamennyien elátkozottak lettünk volna. Úgy bolyongtunk a sátrak között, mint a nyughatatlan lelkek. Hogy én bolyongtam, annak meg is volt az oka, de hogy a többiek miért nem voltak képesek elaludni, arról fogalmam sem volt. Domingos barátom például éppen akkor jött ki a sátramból, amikor én be akartam menni. Ez aztán a meglepetés mondtam. Mit keresett a sátramban? Domingos felé mereztette a bajuszát. Magát mondta. Alig ha nem megtalált. Maga tette a tömlő vizet a sátram kiáratához. De hogy én tagadtam le. Hova gondol? Csak nem képzeli, hogy magára pazarolom a drága vizet. Én mégis erre gyanakszom. Csípőre tette a kezét és dühösen rám kiáltott. Megtiltom. Vegye tudomásul, hogy megtiltom. Maga csak ne szálljon meg engem semmivel. Nem tartok igényt az ajándékaira. Ha még egyszer megmeríteni. Különben is, inkább meghalok, semmint hogy elfogadjak bármit is magától. Akkor adja vissza, mondtam. Mit adjak vissza? Hökkent meg. Például a vizet kénytelen volt zavartan meghúzogatni a bajusza végét. Azt már, nem lehet mondta. Miért ne lehetne? Mert, izé, már kiöntöttem. Megkönnyebbülve sóhajtottam fel. Hála Istennek! Domingos gyanakodva bámult rám. Mi a fenéért hálálkodik? Még gyanakróbbá vált a tekintete. Ha, tegyük fel, megittam volna, akkor mi lenne? Baj mondtam. Nagy baj. De, Miért? Mert összekevertem két tömlőt magyaráztam, az egyikben víz volt, a másikban pedig tisztítószer. A csizmámat szoktam megtisztítani vele. Rég meg kellett volna jelölnöm, melyikben van a tiszta víz és melyikben a tisztítószer, de tudja, milyen az ember. Lusta. Én is az vagyok, sajna. Nem jelöltem meg őket, így aztán sikerült is összekevernem a kettőt. Olyan fehér lett az arca, mint a fal. Valószínűleg a holdfény is besegített egy kicsit, hogy olyannak lássam. Azt mondja, maga tisztítószert adott nekem. Hörögte. Ne sajnálja legyintettem. Legfeljebb legközelebb majd csennaiban tisztítok csizmát. Azt mondja, tisztítószer, és, mérgező. Nem jellemző nyugtattam meg. Igaz, hogy kikészíti az ember máját és, kihullik tőle a haja és, egyéb szőrzete is. Önkéntelenül is a bajuszához kapott. Én, én, megölöm magát. Sziszek te. Még ki sem hevertem a skorpiót. Mit van úgy oda? Csodálkoztam. Elvégre kiöntötte. Persze, ha megitta volna. Akkor, mi lenne? Akkor azt tanácsolnám, hogy dugja le az ujját a torkán és próbáljon megszabadulni tőle. Domingos megfordult és szó nélkül eltűnt a sátrak között. Elégedetten néztem utána. 78. A következő, akivel összetalálkoztam, Miss Palmer volt. Egy fűvel benőtt földkupacon ücsörgött, amelyet a lámák emeltek az udvaron. Nem lehetett túlságosan sürgős, amiért emelték, mert már régben nőtte a fű. Miss Palmer rémülten behúzta a nyakát, amikor meglátott, és csak akkor mert fellélegezni, amikor már megbizonyosodott róla, hogy én vagyok az. Maga az kérdezte. Már az hittem, kísértet vagy micsoda. Maga hisz a kísértetekben. Csodálkoztam. Eddig nem hittem, mondta. De amióta itt vagyok Indiában, egyre inkább kezdek hinni bennük. Valami baj van. Kérdeztem. Miss Palmer tekintete lágy volt, mint a tavaszi szél. Meg fogok őrülni, mondta elhaló hangon. Történt valami. Aggódtam. Hát, hogy ne. Itt vagyok, nem odahaza. Az történt. Az a helyzet, tudja, hogy nem vagyok jó matematikából. Gyerekkorom óta utálok számolni. Nagyon utálok. Úgy nézett ki a dolog, mintha valóban kezdett volna begolyózni. De most mégis, mégis, megpróbáltam kiszámolni. De nem ment, már nem tudom. Hiába próbáltam, képtelen voltam rá. Mit próbált kiszámolni? Kérdeztem türelmesen. Hogy mennyien haltak meg, amióta elkezdtük keresni a múmiákat. Pedig én már jó néhány éve velük dolgozom, de még nem halt meg senki a közelemben. Amióta viszont itt vagyok, megtölthetnénk már egy kisebb temetőt. Magát nem fogják megölni, biztosítottam. Miss Palmer megvonta a vállát. Kit érdekel? Már csak az a kívánságom, hogy történnék meg minél előbb. Túl akarok esni rajta. Aztán hova is jutok? A bardóba. Az mi? Olyasmi, mint a keresztény tisztító tűz magyaráztam. Onnan születik majd újjá. És mivé születhetek újjá? Bármivé mondtam. De én a maga helyében nem gondolkodnék ezen. Én gondolkodom. Egyre inkább. Mondjuk, hernyóvá is újjá születhetek. Nem hiszem, hogy magával megtörténne. Ahhoz nagy bűnöket kellett volna elkövetnie. Igen vagy nem. Hát, igen. Olyan látványosan borzongott össze, mintha egy gonosz kísértet fagylaltot dugott volna a blúzába. Akkor viszont, inkább itt maradnék, még egy kicsit. Ez a hernyó dolog, nem tetszik nekem. De ha még egy hullát talál valaki. Nem mertem bevallani neki, hogy nem sokkal ezelőtt találtam egyet. 79. Emmer Carringtonnak azonban bevallottam. Miután Palmer felállt a dombocskáról és bevonult a sátrába, Emmer kerintőn bukkant fel előttem Emmer Kecs társaságában. Feltűnt, hogy a mutató ujja a szájában van, s úgy szopogatja, mint a gyerekek a nyalókát. Hé, Emmer Lorenz! Kiáltott rám. Maga sem tud aludni. Mondtam neki, hogy nem. Emmer Kecs nagyot ásított, annak a jeleként, hogy ő bizony tudna, csak éppen nem teheti. Kísérgetnie kell a főnökét, a fénnyel bőségesen megáldott himalájai éjszakában. Rohadtul fáj panaszkodott kerintön, felém mutatva az ujját. Meg is dagadt rendesen. Szerencsére már nem vagyok lázas. Csak éppen ki vagyok borulva, annyira fáj. Képtelen vagyok elaludni. Valami mintha arra biztatna, hogy tegyek valamit. Mit gondol, nem kellene kinyírnom Dermottot? Nem ártana kottyantotta közbe emmerkedsz. Bizonyára arra gondolt, hogy ha Mr. Dermot már nem lenne az élők sorában, elmehetne aludni. Emmer kerintön lapos pillantást vetett rám. Megtenné helyettem. Nem mondtam. Oda megy és kitekeri a nyakát. Én lámahitű vagyok hazudtam. Nem ölhetek embert. Ők megölhetnek engem. Megölhetnek egy rohadt skorpióval. Csak is dörmöt tehette nem valószínű tiltakoztam. Őt is megmarta egy kígyó, és emmer de karvalhót is. Fenét már tömeg őket. Legyintett. Csak úgy tesznek, mintha megmarta volna. Hogy eltereljék magukról a gyanút. A francba, ez tényleg rohadtul sajog. Felemelte hosszú karját és kaszálni kezdett vele a levegőben. Legalább hűti egy kicsit. Nagyon fáj. Érdeklődtem. Mit gondol? dühödött meg. Azért panaszkodtam, hogy magát szórakoztassam. Van egy varázsmondásom, mosolyogtam rá. Ha elmondom, úgy elröppen a fájdalma, mint egy kis madár. És nem is jön vissza többé. Maga hisz ezekben a hókusz-pókusz marhaságokban. Hiszek bólintottam. Egy -e fene, próbáljuk ki. Mondja a mondást. Emelje fel jó magasra a kezét. Így mi? Mondhatom mondja, de gyorsan, mert így, felemelt kézzel még szarabbul érzem magam. Mondja már. Megtaláltam a második múmiát. Emmer Kerintön rám nézett, megmozdult a szája és lehullott a karja. Aztán lehullott ő is a fűre. Emmer Kerintön úgy elájult, hogy attól tartottam, fel se ébred többé. Öt perc múlva azért kinyitotta a szemét. Később bevallotta, hogy ettől kezdve már nem érzett fájdalmat a karjában. És még mondja valaki, hogy varázsmondásokkal nem lehet gyógyítani. 80. Kerintön ezúttal is ki akarta élvezni a sikerét. Olyan koreográfiát készített, hogy magam sem tudtam volna jobbat. Néhány percig töprengtem, hogy egyáltalán részt vegyek-e az előadáson, aztán úgy döntöttem, hogy miért is ne. Éjfél volt, de kerintön mindenképpen meg akarta nézni a múmiát. Megpróbáltam ugyan lebeszélni róla, de nem ment. Így aztán Emmerke támogatásával elindult utána maromok között a csortem felé. Velünk jött mindenki, bár láttam rajtuk, hogy nem szívesen. Gúpta, Talibábő és Mahendra egyre csak maga elé morgott biztos voltam benne, hogy gonosz rák elleni mantrákat mormolnak. Gópi sápat volt és csak lassan botladozott utánunk. Végül is kénytelen voltam karon fogni és segíteni neki. A szívem panaszkodott. Úgy ugrál össze vissza tegye csak ide a kezét. Nem akartam visszaélni a helyzettel, s pontosan a szívére tettem a kezem. De még így is megéreztem, hogy a szívén kívül más is rejtőzik a blóza alatt. Még hozzá nem is akármilyen minőségben. Emmer Kerintön olyan boldog volt, hogy majd kiugrott a bőréből. Miután nem érzett már fájdalmat a kezében, egyre csak járt a szája, mintha felhúzták volna a lentkerekét. Hogy találta meg? Kérdezte. Nem én találtam meg hárítottam el magamtól a dicsőséget. Akkor kicsoda. Gyalpo mondtam. Így hívják. Beszélhetnék majd vele én is. Nehezen fog menni sóhajtottam. Valószínűleg nem ismeri a nyelvét. Majd maga lefordítja nekem. Én sem ismerem. Az ördögbe is, hát kicsoda ez az, izé. Gyalpo. Azon kívül. Kutya. Úgy meghökkent, hogy majd fenékre csüccsent szerencsére nem tette, mert éppen olyan helyen jártunk, ahol éles kövek álltak ki a földből. Némelyikük olyan éles volt, mint egy jól kiköszörült késpenge. Néhány szót azért mégiscsak ejtenem kellett a felfedezés körülményeiről. Kerintön szeme villogott, füle nektárként ittő minden szavam. Messzebb van még. Türelmetlenkedett. Öt perc múlva megérkeztünk a csortenhez. Kerintön eltátotta a száját, s amikor rámutattam a csorten oldalán látható nyílásra, nem törődve az éles kövekkel, letérdelt és széttárta a karját. Ó, oh, Istenem, hogy ezt is megérhettem. Felkattintotta a zseblámpáját és bedugta az üregbe. Ó, oh, Istenem! Nyögdícselte. Micsoda gyönyörűség! Még szebb, mint a másik. Azonnal el kell vinnünk innen. Ebben egyetértettünk. Nem bíztam a kutya gazdájában, és a kutyában sem. Emerkedsz! Emerkedsz bólintott, előhúzott a hátizsákjából egy vésőt és egy kalapácsot. Hal kopácsolás kezdődött a csortenek között. Negyed óra múlva olyan széles lett a nyílás, hogy a szerzetes kiférhetett rajta. Emerkedsz! Gópi, aki mindeddig a hátunk mögött ácsorgott, mintha nem is tartozna hozzánk, kényszeredetten a csortenhez lépett, kihúzott a hóna alól egy csomagot, Kibontotta, és a szétbomló sejem anyagot a köves talajra terítette. Ki emeli ki? Kérdezte Kerintön. Mahendra, Gupta és Alibaba a fejüket rázták, Gópi pedig bemenekült egy másik csorten mögé. Emerkedsz. Emerkedsz bólintott. Vigyázzon, le ne ejtse. Ekkor véletlenül találkozott a pillantásom Emerkedsz tekintetével. Amit láttam, mélységesen megdöbbentett. A megtermett izomember szemében ott bujkált a félelem. Sőt, mintha a keze is reszketett volna egy kicsit. Gyorsan félretoltam, ami nem volt nehéz. Emmer úgy csúszott el az utamból, mintha sínen járna. A szerzetes mezítelen volt és lótuszülésben ült az odójában. Szemem a földön heverő faragott kövekre esett. Még szinte puha volt a kötőanyag, ami egymáshoz ragasztotta őket. Óvatosan tettem le a múmiát a leterített sejemre. Könnyű volt, mintha egy kis gyereket tartottam volna a karomban. Ahogy megcsillant rajta a holdfény, feketére festett porcelán szobornak látszott. Mintha csak egy valódi szobrot kellett volna megóvnom a szállítástól, becsomagoltam a múmiát. Emerkedsz. Vezényelt kerintön. Vigyázzon, hogy el ne essen vele. Fél óra múlva sikerült olyan csendben megérkeznünk a táborhoz, hogy remélhetőleg nem tűnt fel senkinek. Miután a múmia helyet foglalt Emmer Kerington sátrában, egyszerre visszatért beléjük az élet. Az indiaiak izgatottan társalogtak egymás között, Emmer önelégülten mosolygott maga elé elvégre ő hozta a hátán a múmiát, Gópi szívesen dobogott már annyira, amit szívesen ellenőriztem volna, de már nem ajánlotta fel. Tarlingtont majd felvetette a boldogság. A tenyerét dörzsölgette és a közeljövőt tervezte. Bebújtam a sátramba, hogy álomra hajtsam a fejem. Ledobáltam magamról a ruháimat, megmostam az arcom egy vödör vízben, aztán behuppantam volna az ágyamba. Volna. Nem ment könnyen a dolog. Mert, hogy már volt benne valaki. 81. A valaki kényelmesen elnyújtózott a takaróm alatt, és csak akkor húzta ki alóla a kezét, amikor leültem az ágy szélére. S mit tesz Isten, ezúttal sem volt üres a keze saját 38 asom volt benne, amit nem vittem magammal múmia keresőbe. Igyekeztem alaposan eldugni, de hát hogy lehetne bármit is elrejteni egy sátorban. Ez nagy-nagy könnyelműség volt tőled, mondta. Mi lenne, ha rossz szándék vezérelt volna az ágyadba? Add ide a fegyvert. Ha szépen kéred. Szépen kérem. Akkor tessék. Letettem a stukkert a fűre. Jól elrejtettétek a múmiát. Kérdezte. Miről beszélsz? Adtam az ártatlant. Felesleges hazudoznod intett. Nem tanították neked a vasárnapi iskolában, hogy a legszebb emberi erény az őszinteség. Akkor valószínűleg hiányoztam. Szóval, hol a múmia? Milyen múmia? Jól van hát, ha így akarod, legyen így. Tudod, mivel töltöttem az elmúlt órákat? Azon kívül persze, hogy ott jártam mögöttetek.

nem emlékszel, mi lett a vége, amikor utoljára megpróbálkoztál vele? Nem látok nálad fegyvert. Nem is kell. Én magam vagyok a sokkoló. Bebizonyítsam. Végül is, ki vagy te egyáltalán? Néha magam sem tudom. Talán egy istennő, vagy démon, vagy csak egy szerencsétlen valaki, akinek megbillent az agyában valami. Nehéz lenne eldönteni, hogy lehetnél démon vagy istennő. Nem hallottad még, hogy a Himalájában minden lehetséges. Itt az istenek és a démonok gyakran emberi alakot öltenek. Többnyire azért, hogy megöljenek valakit. Te, ölni akarsz? Persze. Egyszer már mondtam, hogy azért jöttem ide. Lehet, hogy én is rajta vagyok a listádon. Ezen még majd töröm a fejem, ígérte. Attól függ, hogy hogyan viselkedsz velem. Így igyekeztem jól viselkedni nem is lehetett panaszarám. 82. Az elkövetkező nap a teljes figyelem jegyében telt el. Kis túlzással élve mindenki figyelt mindenkit. Elmer Kerintön azt figyelte, hogy nem próbálja el meg valaki ember, démon vagy kísértet elragadni a múmiáját, dermotték pedig bennünket figyeltek, hogy nem akarunk-e meglógni előlük. Mivel Domingos volt Mr. Dermott tanácsadója, biztos voltam benne, hogy hajítófát sem érnek a tanácsai. Az egyedüli, amit tehetett, azt tanácsolta Emmer dermotnak, hogy figyeljenek bennünket, mert ha mi elindulunk, az annyit jelent, hogy nem sikerült rábukkannunk a múmiára. A múmia mindeközben Emmer sátrában időzött. Miután meggyőződtem róla, hogy a rücskös borítás nem engedi a testéhez férni a levegőt, nem kellett attól tartanunk, hogy bomlásnak indul. Emmer kerintőn meg akarta adni a módját annak, hogy kicsinálja Emmer dermottot. Ezért kiült a sátra elé, és amikor dörmöt felbukkant a sajátja előtt a kettő alig lehetett 10-15 méternyire egymástól, oda kiáltott neki. Hé! Bruce! Megtaláltad! Bruce dörmöt nem válaszolt. Helyette kerintön felé köpött. Kerintön felnevetett és boldog volt. Én már kevésbé. A fél délelőttöt azzal töltöttem, hogy először a fejemet törtem, majd miután eldöntöttem magamban, hogy mit tegyek, neki láttam az előkészületeknek. Éppen indultam volna, hogy elintézzek ezt azt, amikor megszólalt a telefonom. Te vagy az, Hári? Kérdeztem. Na mit gondolsz? Ki viseli úgy a szívén a sorsodat, mint én? Történt valami? Nem tudom, leslie. -e. Az a helyzet, hogy utána néztem valaminek, és nem is tudom, mi a fenére gondoljak. Nem lehetne szép sorjában. Várj egy kicsit, amíg összeszedem magam. Nem, kicsim, nem nővel, hanem férfival beszélek. Leslie-nek hívják, jó, tudom, a Leslie lehet női név is, de ez egy férfi. Tudod, szívem, az a nagy helyzet, hogy nekem is meg kell élnem valamiből, hogy ilyen pihepuha ágyikóban fekteteszelek le, mint amilyenben most vagyunk, ehhez pedig az kell, hogy a megrendelőim megrendeléseit teljesítsem, akárhogy is hívják őket. Most már nyugodtan beszélhetünk, Leslie. Ki a kis aranyos? Hogy hívják? Kérdeztem. Hé, cicamica, hogy is hívnak? Azt mondja, törésző. Szóval, figyelj, Leslie, az a helyzet, hogy áttanulmányoztam néhány indiai újságot azokkal a vonatrablásokkal kapcsolatban, amikről beszéltél nekem. Te is olvastad őket. Nem mondtam. Nem volt időm rá. Az utóbbi időben annyi az űrzavar körülöttem. Körülöttem is történik mindjárt egy. Hé, nem arra kellett volna forgatnod a csapot, honnan a fenéből jöttél te, hogy még a vízcsapot sem ismered. Ja, hogy Kingston szegény negyedéből. És hogy kútból húztátok a vizet. Jézusom, nagyon részeg lehettem tegnap este. Nos, figyelj csak, Leslie, -e, szóval, először is utána néztem a két pasasnak, Zarringtonnak és Dermotnak. Ezt már megtetted egyszer. Megtettem még egyszer. Kíváncsi voltam az iskolai éveikre. Az egyik évkönyvben találtam egészen használható fotókat róluk. Nem mondhatnám, hogy ők voltak az évfolyamuk adoniszai. Sőt, inkább panoptikumban kellett volna mutogatni őket. Esküszöm, úgy néznek ki, mintha egy pók csinálta volna fel az anyjukat. Nem, szívem, veled ez nem fordulhat elő, öltöz csak fel szépen, mára befejeztük a mókát. Ezt most nekem mondtad. Nem, szívem, az a fene vigye el, már magam sem tudom, kihez beszélek. Szóval, mindkettő úgy nézett ki, mint egy-egy nagy pók. Azóta sem szépültek meg biztosítottam róla. Na már most, végigolvastam néhány újságcikket arablásokkal kapcsolatban, és megdöbbenve vettem észre valamit. Mit gondolsz, mit? Gőzöm sincs róla. Mindegyik vasúti kocsiban volt videokamera, amely egy ideig vette a történteket. Úgy érted, arablás folyamatát. Ahogy mondod. És tudod, mi nakadt meg a szemem. Az egyik újság közölt egy jó minőségű képet arról a pillanatról, amikor megkezdődött az egyik rablás. És mit gondolsz, kit láttam az utasok között? Ki a fenét? Hökkentem meg. Emert arringt. Még hozzá azon a vonaton, amelyen te is ott utaztál. Az lehetetlen. Tiltakoztam. Ha ott lett volna, láttam volna. Csak hogy áruhában volt, Szivi, azaz, Leslie. -e. Áll ruhában. Szerzetesnek öltözve. Elképzelhetetlen. Nézd, leslie, -e, nekem elég gyakorlott a szemem ahhoz, hogy felismerjem a báránybőrbe bújt farkast, ám bár ez nem is volt nehéz. Emmer pók póklábát és pók kezeit csak az nem ismeri fel, aki nem akarja. Te is felismernéd, ha látnád a képet. Az az igazság, hogy a ruhájukon kívül nem sokat láttam a szerzetesekből. Arról nem is beszélve, hogy amikor a rablás történt, még nem is ismertem Emmer Carlingtont. Biztos vagy benne, Hári. A jó Isten itt neki, ha nem lennék biztos, nem mondanám. Mérget vehet rá, hogy az első rablásnál, amiben részt vettél, ott volt a kocsiban Emmer kerintön is, szerzetesnek öltözve. És, mit csinált? Semmit. Azaz fogalmam sincs róla. Nem a kamera felvétele került a kezembe, hanem csak egy állókép. Abból pedig az elmondottakon kívül más nem derül ki. A lényeg a lényeg, ott volt a pasas veled egy kocsiban, szerzetesi ruhában. Nem emlékszel vissza rá, hogy hova tűntek később a szerzetesek. Mert egy másik felvételen már nem látni őket. Nem mondtam. Nem értem rá törődni velük. Hát, ez a helyzet, leslie. Mond ez neked valamit nem tudom, Hári, minden esetre köszönnöm, és én most leteszem, mert. Leneted az Istenért, mert még csak a felét mondtam el. Csaol, szívem, majd legközelebb tovább maradunk ágyban. Várj, leslie, bezárom az ajtót. Másfél perc múlva folytatódott a beszélgetés. Hol is hagytam abba? Ja, Emmer Arlingtonnál. Szóval, ő volt az. És most kapaszkodj meg. Miben? Kérdeztem. Ekkor olyat mondott, amit nem írhatok le. Én már megszoktam, hogy Hári nem Oxfordi szótárakból meríti a hasonlatait és a kifejezéseit, de hát, ha valakinek sértené a kényes ízlését. Megkapaszkodtál. Oké. Láttam egy másik képet is. Egy másik vonatrablásról. És ha hiszed, ha nem, te azon is rajta vagy. Hogy a fenébe csináltad? Majd később elmagyarázom, Hári, Egyelőre ez nem lényeges. Jól van, te tudod. Szóval, rajta vagy a képen. Persze nem egyedül, többen is voltatok abban a vasúti kocsiban. Ekkor értettem csak meg, hogy mire akar kiukadni. Például. Kérdeztem. Például Mr. Dermot. Indiainak költözve. A fenébe is. Pont ezt mondtam én is, meg még cifrábbakat. Hány alkalommal is történt rablás a csennai Újdelhi vonalon. Honnan tudjam? Akkor úgy kérdezem, hogy hányszor ültél olyan a vonaton, amelyet kiraboltak? Tudtommal kétszer mondtam. Nos tehát, az első alkalommal emberkerintön, a másik alkalommal pedig Mr. Dermot ült veled egy kocsiban. És áruhában. Na mit szólsz hozzá? Köpni nyelni nem tudtam a meglepetéstől. Mi az ördögöt akar ez jelenteni? Ezután alkalmazott téged kerintön, és alkalmazni akart Mr. Dermot is, ha jól tudom. Ígértek neked fűt fát, ahogy te is szoktál nekem, ha megbízol valamivel, és gyorsan kell az eredmény. És volt ott a vonaton a háttérben egy csaj is, nem azért mondom, de egy baromi jó csaj. Kék száriban. Fehér bőrű Már csak az a kérdés, hogy ki miatt utazgatott ide-oda. Téged követett. Vagy a két úr közül valamelyiket. Vagy csaléteknek szánta valaki. Beugrott valami, leslie. Fény gyulladt az alagútban. Nem mondtam. Vízes a gyufa. Akkor csak szárítgasd. Csak azért hívtalak fel, hogy elmeséljem neked a felfedezésemet, hát ha hasznát veszed. Sőt, ezen kívül még kiszimatoltam valami mást is. Csak hogy ezt sem tudom hova tenni, és szeretettel átnyújtom neked, rágódj rajta te. Miről van szó, testvér? Beleszerettem az indiai újságokba mondta. Jól értelek. Azt is megmondom, miért. Tele vannak jó csajjal, leslie. Nem is gondoltam, hogy ezek az indiai csajok milyen gusztusosak tudnak lenni. Na szóval, elolvastam néhány százat, és egyszer csak feltűnt nekem valami. Emmer kerintön üzemében, pontosabban egyik üzemében, csennaiban, balhét történt. Nem sokat írtak róla az újságok, viszont találtam egy bulvárlapot, amelyik részletesen tudósított az eseményről. Miféle eseményről? Az a helyzet, leslie, hogy eltűnt néhány munkása. Hogy érted, hogy eltűnt? Kám forrá vált. Egyszer csak nem voltak sehol. Pedig a gyár alkalmazottai voltak. Hány munkásról van szó? Egészen pontosan kilencről. Végleg eltűntek. Végleg. Többet is lehet tudni róluk. Persze. Mint említettem, a gyárban dolgoztak, kora délután elmentek valahova munkaidő alatt. És attól fogva senki nem látta többé őket. Hozzátartozók persze keresték őket, de nem tudtak meg semmit róluk. A mi riporterünk egy bizonyos nihel persze felkapta a dolgot, és elkezdte beleásni magát a történtekbe. Végig kérdezte az eltűntek rokonait, de senki nem tudott semmit, csupán egy nő akadt, az egyik eltűnt felesége, aki azt mondta neki, hogy a férje előző este ívott egy kicsit és dicsekedni kezdett. Össze-vissza zagyvált mindent, de az asszony annyit azért kivett zavaros beszédéből, hogy néhány napra elutazik, mint szegény ember, és gazdagon jön vissza. Aztán elment és nem jött vissza szegényen sem, nemhogy dúsgazdagon. A riporter hiába próbált többet megtudni, nem sikerült neki. A rendőrség. Nem csinált semmit. India méreteit tekintve nem is csodálom. Indiában úgy eltűnhet egy millió ember, hogy észre sem veszik. Emmer kerintön Bőséges kárenyhítést fizetett a családoknak. És természetesen nyomra vezető idéjat is felajánlott. A többi munkás nem zúgolódott. Ellenkezőleg. A munkások nem szeretik arra felé, ha valami megzavarja a munkahelyük nyugalmát, mert az akár a munkahely elvesztéséhez is vezethet. Ennyi. Ennyi, leslie. -e. A többi a te dolgod. További megrendelés. Ekkor hirtelen az eszembe jutott valami. Várj csak egy pillanatra, hári. Mi a helyzet ember kerintön és Mr. Dermot üzemeivel? És általában az anyagi helyzetükkel. Ennek is utána néztem, Leslie. -e. Azért nem említettem, mert nincs velük semmi probléma. Most éppen bizonyos átalakuláson mennek át a cégeik, jól menő indiai partnerek csatlakoztak hozzájuk. Ma ilyen az üzleti világ. Cégek olvadnak össze, majd válnak el egymástól. Egy azonban biztos, Emmer Kerinton és Mr. Dermot dús gazdag emberek, és olyan szilárdan állnak, mint az Ájön hegye ha arra gondolsz, hogy annyira lepukkantak, hogy éjszakánként vonatokat kell kirabolniuk, akkor felejtsd el. Különben és ez is érdekes téma, Leslie, az elrabolt értékek nem tesznek ki pár száz dollárnál többet. Ha ebből levonod a jegyek árát. Sóhajtottam és kinyomtam a telefon gombját. Éreztem, hogy van valami a háttérben, ami mindent megmagyarázna. Lassan-lassan, egyre közelebb kerültem ahhoz, hogy megtudjam, mi az. 83. Zagpor boldog is volt, meg nem is. Boldog volt, mert kerintőn bejelentette neki, hogy másnap délután felszegjük a sátorfánkat, ugyanakkor némileg rontotta a képet, hogy a másnap reggel még hátra volt. Zagpor elkapott, karon fogott és elkezdett lefelvonszolni a folyosókon. Áród el nekem, Rinpoche részletesen, hogy mire készültök. Igyekeztem emmer Carringtonra kenni a dolgot, és megpróbáltam meggyőzni róla, hogy jobban tenné, ha inkább hozzáfordulna felvilágosításért. Ő azonban ragaszkodott hozzá, hogy tőlem tudja meg, mire készülünk. Néhány mondatot mondtam csak neki, de ez is elég volt ahhoz, hogy kiverjen áll biztosítékot. Ebből baj lesz, Rimpo sem mondta. Talán nem sóhajtottam. Ha baj készülődne, ott leszek, és elsimítom a dolgot. Nem lesz lövöldözés. Nem mondtam. Halott sem lesz. Annál több, mint amennyi már van, nem. Biztos vagy benne. Emmer Kerintön biztos benne. De hát, miért van szükség erre az egészre? Erre nem tudtam érdemleges magyarázattal szolgálni. Zakpor Impocse sóhajtott és elkeseredetten nézett rám. Tudod, mi történt a csangban? Nem tudtam. Azt sem tudtam, hol van a csang. Az ottani rimpoce engedélyt adott kínai kereskedőknek, hogy bizonyos napokon kereskedhessenek a kolostor felő mellett. Egy hónapban csak egy napot adott nekik erre. A kereskedők letelepedtek, és kínálgatták az árujukat. A falon kívül, természetesen. A falusiak pedig jöttek, mint a hangyák, mert úgy hallották, hogy a kínai áruk elég olcsók, csak hogy meghallották ezt más kínai kereskedők is olyanok, akik nem kértek engedélyt a főlámarin tól és nem is fizettek neki helypénzt, és ők is kereskedni akartak. Azok, akik fizettek, persze nem akarták engedni nekik. Végül nagy verekedés tört ki, Rimpóce, és öt kínai kereskedő maradt holtan a helyszínen. Képzelheted, mennyi baja lett ebből szegény rimbócsénak. Különben, mit küldött nekem kerintőn rimbócse? Elővettem a zsebemből egy kis papírzacskót és átnyújtottam neki. A rimbócse elvette, meg sem nézte, csak besüllyesztette palástja öblébe. Aztán ment a dolgára, ahogy én is. 84. Mr. Dermot és csapata egész nap kétségek között hánykolódott, hogy megyünk-e tovább vagy sem. Nem tudhatták, hogy a szerzetes nyomára bukkantunk-e, vagy rájöttünk valamire, amiből azt a következtetést vontuk le, hogy más út kell keresnünk a múmiát. A nap folyamán véletlenül összefutottam Domingossal. Teli tömlő cipelt a hóna alatt, és látványosan elfordította a fejét. Láttam, hogy be van kötve az ujja, amelyet megszúrt a skorpió. Miss Palmer sápat volt és vörös színben játszottak a szemei, mintha sírdogált volna. Ahogy meglátott, Tett néhány lépést felém, de amikor már egészen közelért hozzám, éles kanyarral elfordult tőlem. Domingo szépen ekkor húzott el mellettünk, újabb tömlővel a hóna alatt. Mr. Dermot a sátrában pihent, ám biztos voltam benne, hogy lyukat fúrt a sátor ponyvájába, és azon át lé bennünket. Délután emmerketz kíséretében besétáltam a faluba. A kutya volt az első, akivel találkoztam. Még emlékeztem a gazdája szavaira, hogy ha egyedül találkoznék az ebbel, valószínűleg kicsontozna. És bár biztos voltam benne, hogy elrontanék mindent, ha meglőném, azért a zsebemre tettem a kezem. Jó leső érzés volt. Hiába, a 38-as Smith Andwesson jobb nyugtató, mint egy gelön máklé. A kutya lesúnta a fejét, morgott, csapkodni kezdett a farkával, aztán nekem ugrott. Mielőtt oda kiálthattam volna kacnak, hogy szedje le rólam, a kutya megnyalta a képem. Aztán a kezem. Hiába volt a zsebemben a stukker, bizonyára felismerte bennem a jó embert. A kutya gazdája is. Miután a kutya a házukhoz vezetett terméskövekből emelt kétszintes ház volt ismét üzleti ajánlatot tettem neki. Hány kutya kell? Kérdezte végül a pásztor. Ha nagyon sietek, össze tudok szedni vagy negyvenet. Jack kellene mondtam. Jack. Csodálkozott. Mennyi? Mennyi van? Kérdeztem vissza. A faluban. Cirka ötven. És a falun kívül. A pásztorok sátrainál. Cirka száz. Kibérelném valamennyit. Az összeset. Hökkent meg. Csak nem akarod elhordani a csomolángmát. Másról van szó, mondtam. Rendben bólintott. Minden Jack egy dollár. Naponta. Rendben bólintottam én is. Már megyek is mondta. Addig játszak kutyával. Jó két óra múlva tért vissza. Elintéztem, mondta. Összesen 150 naponta. Kezet ráztunk. Ez még elment valahogy. Az áldomás, az már nehezebben. Igazi, tejből főzött himalájai pálinkát ittunk, ami alaposan megdolgozta a gyomrom. Mégis úgy gondoltam, hogy ezúttal is jó üzletet kötöttem. 85. Természetesen ébren töltöttem az éjszakát. Dörmöt és csapata viszont kipihente magát, Domingós horkolása egészen a régi kolostor romjáig elhallatszott. Amikor rózsaszín váltotta fel az éjszaka szürkeségét, minden készen állt. Elsőként Domingós jött ki a sátrából. Mi természetesen ott lapultunk sátraink nyitott ajtajánál, és vártuk, hogy a többiek is felébredjenek. Domingos nyújtózott és az égre nézett, ahol lassan felbukkant a bíbor színű nap. Ebben a pillanatban felcsendült egy szájharmonika hangja. Emmerketsz játszott, akiről a nap folyamán kiderült, hogy sokkal jobban játszik nálam, így nagy örömmel átadtam neki a két dollárért kölcsönzött zeneszer számot. Domingos megtorpant és dühösen Emmer merett. már ismét bikaszarfként merett előre a bajusza. Legszívesebben ráordított volna Katra, de még idejében rádöbbent, hogy ezzel még azt is felébresztené, akit nem zavart fel a harmonika szó. A nap irányába nézett, aztán belé fagyott a lélegzet. Immár nem törődve, ki alszik, ki van ébren, nagyot ordított. Hé! Hey. Mr. Dermot! Jöjjön csak ki! Mr. Dermot azonnal felbukkant az ajtónyílásban. Mi a fenét ordít itt maga hajnalban? Nézzen csak oda! kiáltott Domingos, és a felkelő nap felé mutatott. Nem hiába, bőven akadt arra felé látnivaló. A lila nappal a háta mögött furcsa, fekete, emberformájú tárgyra esett Mr. Dermot tekintete. A tárgy, ami akár egy lótuszülésben ülő ember is lehetett, nagy, lapos, vörös palástal letakart kövön helyezkedett el. Ahogy a nap egyre feljebb emelkedett, és megerősödött a fénye, a fekete tárgy is színt váltott, mintha a szivárvány minden színében szikrázott volna. Kisejtette volna, hogy a szivárvány ragyogást azok az apró üveggömböcskék idézték elő, amelyek gópi gyöngy sorából származnak, s amelyet Emmer Kerintön horribilis összegért vásárolt meg tőle. A harmonika szó megerősödött Emmer Ketsz az Egmont nyitány megfelelő részletét kezdte játszani, képzelhetik, milyen eredménnyel. Aztán kezdetét vette a tűzijáték. A kőtömb mögött hasaló gópta sorra gyújtotta meg a rakétákat és petárdákat, amelyek szikrát szórva és nagyot durrogva felrepültek az égre. Mr. Dermot és csapata tátott szájjal, üveges tekintettel bámulta a történteket. Még megszólalni sem volt erejük. Amikor az utolsó rakéta lángja is kialudt, Kerintön oda kiáltott Dermotnak. Na, Bruce, hogy tetszett a tűzijáték? És hogy tetszik a szerzetes? Mert ekkor már mindenki tisztában volt vele, hogy a fekete tárgy, a kettes számú múmia szerzetes, akit volt szerencsénk megtalálni. És Mr. Dermot ismét csak legyőzetett a küzdelemben. Koránkei, ha velem kezdesz ki. Folytatta kerintön a csúfolódást. Kisfiú vagy te hozzám képest. Még mindig azt hiszed, hogy összemérheted magad velem. Milyen ostoba is vagy, Bruce? Milyen végtelenül ostoba. Ezután hosszú szó pár baj következett, amelyet nem akarok részletesen leírni. Az egyetlen tanulság, ami levonható volt belőle, hogy a magasan kvalifikált, úgynevezett művelt emberek sem maradnak el a szitkozódás terén legalábbis az alacsonyabb társadalmi osztályok tagjai mögött. A lehetőségekhez képest megpróbáltuk csitítani őket. Magam is felelősnek éreztem magam, hogy idáig fagyultak a dolgok. Ha nem veszek részt ebben az ostoba színjátékban, talán nem került volna sor a szitkozódó versenyre. És a lövöldözésre sem. Még legrosszabb álmaimban sem gondoltam volna, hogy mi következik. Éppen kerintön karját rángattam, hogy elég volt a vigalomból, és vonuljon vissza a sátrába, amikor Mr. Dermot hirtelen eltaszította magától Domingost, aki őt próbálta visszatartani, és berohant a sátrába. Megkönnyebbülten fellélegeztem pedig nem kellett volna. Néhány másodperc múlva Mr. Dermot már jött is vissza, kezében a revolverével, és többször is Emmer Carringtonra lőtt vele. És rám is. Mivel ott álltam szorosan Kerintön mellett, az én fülem szomszédságában is elsüvített néhány golyó. Természetesen Kerintön sem volt reszt. Megkíséreltem ugyan elgáncsolni, de nem sikerült. Emmer Arlingtonnak olyan hosszú lábai voltak, hogy akárhogy is próbálkoztam vele, nem tudtam földre kényszeríteni. Engedjen el! Próbált megűvölt vele rázni magáról. Ha nem enged el, lelövöm. A következő pillanatban rúgást éreztem a homlokomon. Ma sem tudom elképzelni, hogyan csinálta, minden esetre a homlokom egyszer csak összetalálkozott a cipőtalpával nagy csattanás lett a vége a találkozásnak, úgy éreztem, hogy benzinmotor indult be a fejemben. A következő másodpercben már a földön ültem, miközben dühös darazsakként zűmögtek körülöttem a golyók. Bár a benzinmotor egyre inkább dízelmotorrá erősödött, elkaptam a bokáját, és megpróbáltam lerántani a földre. Nem kis meglepetésemre sikerült. Emmer Kerintön a levegőbe markolt a fejem felett, aztán nagy puffonással elterült mellettem. A stukkere kirepült a kezéből és közvetlenül a lábam mellé esett. Úgy gondoltam, ha már oda került, belerúgok egyet. Szerencsémre ez is sikerült. Feltérdeltem és éppen ordítani akartam, hogy vegye már el valaki ember a fegyverét, de nem volt szükség rá. Káprázó szemei előtt furcsa jelenet játszódott le. Mr. Dermot felemelte a stukkerét, hogy célba vegyen bennünket immár gondosabban, mint korábban, Domingos pedig bele akart kapaszkodni a kezébe. És bele is kapaszkodott. Ez még rendjén is lett volna, hogyha a megfelelő kezébe kapaszkodik bele. Csak hogy Domingos nem vette észre, amit pedig észre kellett volna vennie, nevezetesen, hogy Mr. Dermot balkezes, és abban is tartja a fegyverét, míg Domingos a jobb kezébe csimpaszkodott. Mr. Dermot ordított, és megpróbálta elődösni magától Domingost, Domingos is ordított, mert hiába kereste Mr. Dermot kezében a stukkert, nem találta, emmer kerintön is ordított, és megpróbált belém rúgni, én is ordítottam, és megkíséreltem megszerezni a fegyverét, egyedül Miss Palmer nem ordított. Őszintén szólva azt sem tudtam, honnan került elő. Egyszerre csak ott láttam Mr. Dermot mellett, aztán meglendült a keze, és akkor a pofont húzott le a főnökének, hogy az megrodjant tőle, mint a hetes eső után. Mr. Dermot még homorított is a pofontól, mintha furcsa talaj gyakorlatba akarna kezdeni, aztán előredőlt. Ekkor érte a második pofon. Ettől aztán szemmel láthatóan visszanyerte az egyensúlyát. Nem sokáig. A következő pillanatban térdre esett, és értetlenül nézett a lányra. Elkaptam Emmer carlington igyekeztem felrángatni a földről, és beráncigálni a sátrába. Carrington azonban nem hagyta magát. Úgy rángatózott a kezeim között, és úgy próbált kicsúszni a szorításomból, mintha egy angolnát ölelgettem volna. Megöllek. Ordított dörmöd felé. Megöllek, te szemétláda. Anyádat, azt. Ordított vissza Mr. Dermot. Te rohadék te szarzsák. Legszívesebben én is behúztam volna egyet ember kerintön szeme alá, de aztán meggondoltam magam. Ha bármi is történne, én húznám a rövidebbet. Még az is előfordulhat, hogy kirúg a csapatából. Ezt pedig mindenképpen szerettem volna elkerülni. Elkaptam, leszorítottam mindkét kezét, és bevonszoltam a sátrába. Már út közben éreztem, hogy fokozatosan örnéd az ellenállása. Amikor leültettem a sátrában a földre, már meg sem kísérelt visszajutni a szabadba. A fenébe is, mit csinált, ember? Fölmettem rá. A végén még megöl valakit. Börtönbe akar jutni. Emmer kerintőn rám nézett. Még egy kicsit zavaros volt a tekintete, ám már korán sem annyira, mint az imént. De hogy akarok, mondta. Pedig a legjobb úton van a felé. Remélem, nem esett bántódása senkinek. Miért esett volna? Kérdezte. Őszinte csodálkozást láttam a szemében. Tisztában van vele egyáltalán, hogy mit csinált. Kicsit, kiáltoztam mondta az arcát tapogatva. Akkor a baj ez. Az még nem lenne baj mondtam. De lövöldözött is. Én. Hökkent meg. Kire lövöldöztem. Nem tudtam eldönteni, hogy valóban rátörte az amnézia, vagy csak szórakozik velem. Mondjuk, Emmer Dermotra mondtam. És a többiekre is. Remélem, senkinek nem esett baja. Megtenne nekem egy szívességet. Mi lenne az. Néhány percig bent marad a sátrában. De hogy maradok? Beszédem van azzal a csirkefogóval. Végül duzzogva bár, de beleegyezett. Jól van, mondta. De csak öt percig. Még egyszer szeretnék a szemébe nézni. Ha boztam, hogy higgyeke neki. Ebben a pillanatban Gópi lépett be a sátornyiláson. Nem sebesült meg, kérem. Kérdezte. Kissé meglepett, hogy nem a főnöke iránt érdeklődik, hanem engem vesz szemügyre, de hát van ilyen. Ha az ő helyében lettem volna, én is alig ha pókláb után érdeklődtem volna először. Kihúztam a zsebemből a 38. asomat. Mi, ez? Hökkent meg. Én nem, én nem. Tud lőni. Kérdeztem. Tudok bólintott. De én nem akarom lelőni Emmer Dermottot. Nem is őt kell mondtam. Emmer Carringtont vegye célba. Emmer Kering, tont. De hát. Miért? Csak tegye, amit mondok nyomtam a markába a stukkert. Ha ki akarna menni a sátorból, lőjele Istenem, de hát én. Kösz mondta fanyarul Emmer kerintön. Nyugodjék meg, gópi, nem kell használnia a fegyvert. Nem megyek ki a sátorból. Én viszont kimentem. Emmer nem láttam sehol, csupán Domingos és Miss Palmer áldogáltak a sátraik mellett. Domingos dühösen meregette a bajuszát, míg Miss Palmer a cipője orrával egy kis kő darabot rugdosott. Domingos elfordította a fejét és tovább szétállt, Gördö Palmer viszont a helyén maradt és a követ bámulta. Gratulálok, mondtam. Jó nagy pofon volt mindegyik. Miss Palmer megvonta a vállát. Csak úgy, kiszaladtak. Hol van Mr. Dermot? A sátrában. Nem esett baja. Szerencsére nem. Felnézett rám, és láttam, hogy könyben ázik a szeme. Miért? Kérdezte. Miért kellett ezt csinálniuk? Ő akarta bögtem ember kerintön sátra felé. Miért egyezett bele? Megtalálták azt a rohadt múmiát, hát megtalálták. Így is a maguké a dicsőség, ha ez az egész egyáltalán annak mondható. Vigyék magukkal, de ne csináljanak ekkora cirkuszt belőle. Nem elég, hogy már a második múmiát happolják el az orrunk elől, miért kellett ember dermottot provokálniuk. Még szerencse, hogy nem lőtték agyon egymást. Vagy valaki mást. Magát vagy engem, például. Igaza van, sóhajtottam. Talán valóban meg kellett volna akadályoznom, hogy Emmer Kerintön ennyire megalázza Emmer Dermottot. Magamban ekkor már éppen az ellenkezőjét gondoltam. 86. Mire Emmer Kerintön kijött a szabad levegőre, rajtam és Miss Palmeren kívül senki nem volt már a sátrak között. Emmer Dermotnak valóban lyukas lehetett a sátra oldala, mert rögtön ezután ő is megjelent közöttünk. Nem szólt egyetlen szót sem, de olyan szemekkel nézte az ellenfelét, hogy ha szemmel ölni lehetett volna, Emmer Kerintön alig ha nem holtan rogyott volna össze. Megúsztad. Kérdezte hirtelen Emmer Kerintön Emmer Dermottot. Dörmöt bólintott. Hát te. Én is. Sajnálom. Én is sajnálom. Nem azt sajnálom, hogy rád lőttem, hanem hogy megúsztad. Mit gondolsz, én mit sajnálok? Mindketten ember katszott figyelték, amint lebontja a múmia díszasztalát, aztán a kegyelet minden különösebb megnyilvánulása nélkül vállára kapja a múmiát és beviszi ember kerintön sátrába. Már csak egy hiányzik, mondta kerintön. Ha a harmadikat is megtalálom, oda ajándékozom őket egy múzeumnak. A harmadikat én találom meg. Kiáltott feléles hangon Mr. Dermot. Két múmiának is örülni fog a múzeumod. Két múmia nem ér semmit rázta meg a fejét kerintön. Én mind a hármat akarom. A legendák három múmiáját. Már pedig abból nem eszel. De ha megtalálom a harmadikat, eladom neked. Én nem megvenni akarom, hanem megtalálni. Mr. Dermot gónyosan mosolygott. Fogsz te még előttem térdepelni és nyújtogatni a millióidat, hogy adjam el neked. De én köpök rád. Úgy villogott a szemük, hogy már-már attól tartottam, és ismét előről kezdődik minden. Ezért aztán Carringtonhoz léptem és a fülébe súgtam. El kell kezdenünk az előkészületeket. Carrington mélyet sóhajtott. Rendben van. Gyerünk. Megtörölgettem a homlokomat, és kecs sátra felé indultam. Ebben a pillanatban éles kiáltás hasított a csendbe. Blobzangrimpócse. Mondanom sem kell, hogy Zakporimpócse igyekezett felém. Legszívesebben elfutottam volna előle, de nem tehettem. Meg kellett várnom a fejmosást. A fejmosás ezúttal nem tartott sokáig. Pedig Zakpo komor arca nem jelentett jót. Rimpóce, te becsaptál engem, mondta, miután lefékezett mellettem. Sajnálom mentegetőztem. Nem úgy alakultak a dolgok, ahogy vártam. A dolgok már csak ilyenek, mondta. De te megígérted nekem, hogy nem lesz lövöldözés. Véletlen volt védekeztem. Nem mondta. Te vagy a hibás. Ismét csak lehajtottam a fejem. Végül is igaza volt. Akármi is történik, az én közreműködésemmel történt. Te vagy a hibás ismételte meg a rimpócse. És tudod, miért? Mert behoztad a kolostoromba a bajuszos rimpócsét. Nem akartam engedni, de aztán mégis csak engedtem neked. Ezért én is hibás vagyok. Mikor indultok, Rimpócse. Rövidesen mondtam. Megfordult és besétált a hakangba, a nagy imaterembe. Alig hanem azért imádkozott az istenekhez, hogy soha napján térjünk csak vissza hozzá. 87. Mikor indulunk? Tette fel a kérdést este felé Emmerkerintön. Rövidesen ígértem neki is. Hol van Emmerkedsz? Az utat szervezi, mondtam. Hol? Minek azt magának tudni? Emmer Kerintön csípőre tette a kezét, és igyekezett kemény pillantásokat vetni rám. Nem tetszenek a válaszai, mondta. Nekem meg a kérdései. Miért? Mi rosszat kérdeztem? Mielőtt válaszolhattam volna, visszajött Emmer és bólintott. Maga meg mit bólogat? Fölmet rá Kerintön. Aztán ismét engem vett szemügyre. Mi a fene? Maga átvette a parancsnokságot. Még én vagyok a főnök, ha jól tudom. Már pedig azonnal magyarázatot követelek. Megfogtam a karját és megszorítottam. Figyeljen ide, Emmer Kerintön. Ön azért alkalmazott engem, hogy keressem meg ezeket az átkozott múmiákat. Kettőt már megtaláltam, és a harmadikat is megfogom, ha azt teszi, amit mondok. Hiszen éppen emiatt kérdezem. Sajnos a maga bőrébe annyira beleégett a gyűlölet, hogy nem tudja tartani a száját. Ha meglátja Emmer Dermottot, dühében kiköp mindent. Ezért jobb, ha nem tud semmit. A jó Isten itt neki, de hiszen én finanszírozom az utat. Amíg kellemesen elcseverésztünk, lassan ránk hullott a sötétség. Felnéztem az égre a sátornyíláson át, aztán intettem Emmer katnak. Kezdődhet. Emmer kisétált Emmer Kerintön sátrából a szabadba, és hangosan kiáltott. Gópi? Igen. Hangzott a válasz. Itt a víz. Megmoshatja a haját. Köszönöm. Remélem, reggelre megszárad. Emer Lorenz, kérem. Hallgatom, kisasszony. Belement egy kő a matracomba, és nem találom. Hát az bizony kellemetlen. Megnézhetem. Azért is szólok. Képtelen lennék így elaludni. Hol a francban van a hosszú gagyám. Hallottam Gupta morgolódását. Ki gondolta volna, hogy itt, a Himalájában ennyire hűvösek még nyáron is az éjszakák. Tisztában voltam vele, hogy a másik táborban nem csak hallgatják, hanem lesik is minden szavunkat. Hogy ne lesnék, amikor bennünket akarnak követni, hogy eljussanak ahhoz a helyhez, ahol a harmadik múmiát sejtjük. Akkor hát, jó éjszakát búcsúztam el a levegőtől. Szép álmokat, Gópi. Lassan elcsendesült a tábor. Sejtettem, hogy Mr. Dermot szándéka szerint ébrenó hagyja tölteni az éjszakát, ám azzal is tisztában voltam, hogy hamarosan ő is elalszik. Nehéz éjszaka nem elaludni, ha nem történik semmi körülöttünk. Már pedig nálunk nem történt semmi. Így aztán cirka egy óra csendes pihenő után átsurrantam Emmerkerintön sátrába. Keljen fel, Emmerkerintön. Azonnal indulunk. Emmerkerintön nagy szemeket mereztet rám. Nem ébrednek fel, ha lebontjuk a sátrakat. Felébrednének, ha lebontanánk, mondtam. Jézusom, maga itt akarja hagyni őket. Sajnálja talán. De hogy sajnálom. Csak nem gondoltam volna. És a csomagok. Megfelelő helyen vannak már rossz. Ember, maga aranyat ér. Ha a megbízóim nem teszik keresztbe előttem a lábukat, akkor igen. Tíz perc múlva kint voltunk az udvarból. Csak reménykedhettem benne, hogy nem vett észre senki bennünket. Most, merre? Kérdezte kerintön. Felmegyünk a romokhoz. Elrejtőzünk. Erre már nem is válaszoltam. Nem is volt rá szükség, mert mielőtt válaszolhattam volna, két kalapos, kaftános férfi lépett ki az éjszakából. Minden rendben, Rimbócse. Kérdezte a kutya gazdája. Én tettem, hogy részünkről igen. Láttam hogy Emmer kerintőn csak úgy kapkodja a fejét jobbra-balra. Akkor pedig még a száját is eltátotta, amikor észrevette a várakozó jakokat. A csomagok. Kérdezte. Majd út közben, felvenni mondta angolul a kutya gazdája. A kutya is ott volt, és nagy örömmel ugrándozott a lábam körül. Egyetlen vakkantás nélkül. Mintha csak tudta volna, hogy ezúttal kizárólag némán szabad örvendeznie. A múmia. Nyögte Emmer keringtön. Nem fogjuk elveszíteni. Még éjfél sem volt, amikor elhagytuk cseh kolostorát. Órák múlva már messze jártunk tőle. Últon voltunk Nyimarimpó kolostora felé. 88. Később, Miss Palmer elmesélte nekem, hogy mi történt, amikor felfedezték a távozásunkat. Dörmötör jöngött és már már attól tartottak, hogy bedilizik egyre a fejéhez kapkodott, és szemrehányások özönét borította az embereire. Hátrahagyott nyomainkból kitalálták, hogy jakokkal mentünk tovább, ezért megpróbáltak ők is jakokat szerezni. Ebben Miss Palmer maga is közreműködött nem sok sikerrel. Hiába mentek le a faluba, és hiába próbáltak meg az ottaniaktól jakokat bérelni valamiért nem ment a dolog. Hiába ígértek fűt fát, sem a földművelők, sem a pásztorok nem voltak hajlandók sem bérbe adni, sem eladni nekik egyetlen állatot sem. Érthetetlen módon azt állították, hogy a jakokat kibérelte valaki. Arra a kérdésre viszont, hogy mire bérelték ki őket, és miért ne adhatnák nekik őket ugyancsak bérbe egy kis időre, még csak nem is válaszoltak. Az volt a helyzet, hogy egyetlen jakot sem sikerült szerezniük. Dörmöt ismét csak a fegyvere után kapkodott, és átkozódott amiatt, hogy futni hagyott bennünket. Akkor, amikor kialakult közte és a között az átkozott kerintön között a tűzpárbaj, ki kellett volna írtani a valamennyiünket. Miss Palmer és a többiek megpróbálták ugyan lecsillapítani, de egyre inkább belelovalta magát a dühöngésbe. Ezzel is eltelt egy nap. Négy napot kellett várniuk, meglehetősen kellemetlen körülmények között. Dzakpor Impócse a tűzpárbaj miatt megszakított minden kapcsolatot velük, s ettől a pillanattól kezdve sem menni nem kaptak, sem inni. A negyedik napon aztán megjelent egy falusi ember egy nagy kutya kíséretében, és beszédbe elegyedett velük. Megkérdezte, hogy óhajtanak-e még jakokat bérelni, mert immár lehetséges, lejárt ugyanis a bérleti szerződés, amelyet az ismeretlen bérlőkkel kötöttek. A jakok tulajdonosai alaposan megvágták őket. Ráadásul a kutya megharapta Domingost. Miss Palmer szerint Domingó mérgében belerugott a kutyába, amit az állat zokon vett. Belekapott a portugál bokájába. Domingos bokája vérzett, s ettől a pillanattól kezdve meg volt győződve róla, hogy meg fog veszni. Megpróbálta ugyan megtudakolni a kutya gazdájától, hogy az ebbe van-e oltva, de a férfi értetlenül nézett rá. Beoltani. Mit jelent az, Rimbócse? Emmer is újra fájni kezdett a kígyó már összebé. Ráadásul történt még valami, ami megadta nekik a kegyelem döfést. Történt, hogy éppen áthaladtak egy kis falun ekkor már egy napja étlen szomjan voltak, amikor a falu közepén megpillantottak egy kutat. Egy jakfagyúval bekent hajó asszony éppen vizet húzott belőle. Arra a kérdésükre, hogy ők is húzhatnak-e a vízből, az asszony igennel válaszolt. Mivel rettentően szomjasak voltak, alaposan teleítták magukat. Amikor a nő visszatért egy vödörrel, és látta, hogy az idegenek a kútból isznak, addig kiáltozott, amíg fel nem bukkant egy férfi, aki elmagyarázta nekik, hogy nem szabad inni a kútból, mert fertőzést lehet kapni tőle. Az indiai orvosok megtiltották nekik a kútvíz ivását, ezért ők egy közeli forrásból isznak, a kútvízzel csak a növényeiket öntözik. Miután valamennyien túlélték a rájuk törő, hurrikán erejű hasmenést, tovább folytatták az útjukat. Nem volt nehéz követniük a nyomainkat, elvégre nem csináltunk titkot belőle, hova tartunk. Mi pedig ez alatt megérkeztünk Karcsigba. Karcsig a legnagyobb kolostor volt azok közül, amelyek mellett elhaladtunk. A többi hozzá képest nyomorúságos építmény volt, részben már eredetileg is kicsire tervezték őket, részben pedig egyes részeiket földre döntötte a múló idő. Néha a szerzetesek kimerészkedtek az udvaraikból, hogy kíváncsian megbámuljanak bennünket, másút pedig kihatnak tűnt az épület. Élelmet vásárolhattunk a falvakból, amelyekben főleg tibetiek laktak, de furcsa módon akadt egy-két település is, ahol indiaiak éltek, pedig ők nem szoktak ilyen magasra felmerészkedni. A negyedik nap reggelén felbukkant előttünk Karcsik Kolostora. Hatalmas épületeivel, burjánzó tetőivel szinte Kolostorvárosnak látszott. És maga Nyima is kirít azok közül a Kolostor főnökök közül, akiket eddig volt alkalmam megismerni. Nyima magas, mondhatni, hórihorgas szerzetes volt, komor kinézetű, arcán szüntelenül fájdalmas kifejezést trónolt, mintha gyomorbajos lett volna pedig Nyima főlám a vidám, kedélyes férfiú volt, értette a humort, de a legjobb anekdotát is olyan deszkaképpel hallgatta, hogy a mesélő képtelen volt eldönteni, tetszett neki vagy sem. Nyíma elfogadta az ajándékaimat, aztán elégedetten bólintott. Köszönöm, Rimbóce. Megengeded, hogy én is megtiszteljelek valamivel. Természetesen megengedtem. Ez annyit jelent, hogy nem tiltakoztam ellene. Nyima tapsolt, majd pillanatokkal később megjelent egy láma egy szobrocskával a kezében. Nyima elvette tőle, kék sejem hadagra tette, aztán felém nyújtotta. Ez a tiédő, rimpócse. Majd kiejtettem a kezemből a hadagot. Egy gyönyörű avalókit var isten varaisten szobor állt rajta. Az isten kivont kardot tartotta kezében, amelyel a láma hit ellenségeit volt hivatott kiirtani. De hát ez, gyönyörű. Dadogtam. Éppen nem nemrég. Írtál róla egy cikket bólintott nyimarimbócse. Olvastad? Hökkentem meg. Persze biccentett. Jár nekünk a folyóirat. Ez is meglepett. Nem szokványos dolog, hogy amerikai, lámaista vallással kapcsolatos könyvek vagy pláne folyóiratok bukkanjanak fel az Isten hátam mögött. Egy alapítvány támogat bennünket, magyarázta Arimbóce. Elolvastam néhány tanulmányodat. Ezt a legutolsót is. Tetszett, Rimpócse! Azt hiszem, jól látod a dolgokat. Nem egészen érettem, milyen dolgokat látok jól, de azért hízelgett a lelkemnek a dicséret. Szóval megérkeztetek, Rimpócse bólogatott, miután a lakosztályában megittuk az első teát. Megérkeztünk, bólintottam. Tettem bizonyos előkészületeket, mielőtt ideértetek, Blobzang Rimpócse! Milyen előkészületeket? Végig kutattuk a környéket. Kérdeznem sem kellett, hogy találtak-e valamit, ne találtán a harmadik szerzetest. Láttam az arcán, hogy nem találták meg. Nem találtunk semmi különöset, mondta Nyimarimbóce. Semmit, amin elindulhatnátok. Öntött a teából, aztán elmélázva merett a szobrocskámra, mintha kezdte volna megbánni, hogy nekem ajándékozta. Vannak barlangok a környéken. Kérdeztem. Nyíma rimbócse bólintott. Vannak, rimbócse. Lehet, hogy azokban rejtették el. Biztosan nem, rimbócse. Ha meglátod a barlangokat, te sem hiszed el. Talán már említettem, hogy karcsik kolostorát furcsa helyre építették. Egy hatalmas, több száz méter mély szakadék szélén állt egy sziklán. A legmagasabb épület felől a szakadék szélétől két-három méternyire volt csupán, a felületes vagy éppen ködben bolyongó vándor akár úgy is láthatta, hogy hátulsó felől a levegőben áll a mélységesnél is mélységesebb szakadék felett. Mintha az istenek tartanák a tenyerükön. Nyíma Rimpócse ekkor ismét tapsolt. Az iménti szerzetes újra bejött, ám ezúttal nem szobrot hozott a kezében, hanem olyan valamit, ami legalább akkora meglepetést okozott nekem, mint a szobrocska. Pedig az sem volt akármi. Első látásra is nagyon réginek tűnt, legalább 300 évvel ezelőtt készítették. Úgy is mondhatnám, hogy nyíma főláma egy kisebb vagyont ajándékozott nekem a szobrocska képében. Ez a valami azonban egyáltalán nem isten szobor volt, de nem ám. A szerzetes egy terepasztalt tartott a hóna alatt, illetve csak a terepasztal Nyima Nyíma intésére letette az asztalunk mellé a szőnyegre, meghajolt és kifarolt az ajtón. Nyíma Rimpóce büszkén nézett a terepasztalra. Látod, Rimpóce. Vak lettem volna, ha nem látom. Hogy tetszik? Ez is tetszett, nem csak a szobor. Látszott rajta, hogy szakavatott kéz formázta. Emmer Springer készítette. Ő, Kicsoda? Kérdeztem. Emmer springer bolond volt, mondta nyima Bócse. Értem bólintottam. Itt járt nálad. Két hónapig lakott a kolostorban. És mit keresett itt? Mondom, hogy bolond volt. Egészen az. Őszentségénél találkoztam vele. Őszentsége számára épített valamit, de aztán kissé megbudjon. Volt ennek valami köze őszentsége megbízásához. Nem hiszem, Rimbócse. Emmer Springer Amerikában bolondult meg. Őszentsége mégis alkalmazta. Senki nem tudott olyan jól templomokat tervezni, mint Springer Rimboce. Szóval, felépített őszentsége számára egy kolostort, aztán annyira kiborult, hogy be akarták vinni a bolondok Ő Őszentsége akkor magához rendelt, és megkérdezte, hogy nem tudná-e vendégül látni egy kis időre Springer Rimbócse-t. Így került ide Springer Rimboce. És itt. Mit csinált? Megtanulta a nyelvünket. És a vidéket járta. Minden érdekelte, amit látott. Aztán, mielőtt elment volna, elkészítette ezt a makettasztalt. Ezen minden rajta van, rimbocse, ami csak itt látható a környéken. Még a szakadék is. És a kolostorom. Szép, ugye? Szép bólintottam. És mi történt Springer rimbocséval? Meggyógyult, mondta. Jó tett neki a csend és a jó levegő. Alaposabban is megvizsgáltam a terepasztalt. Gyönyörű munka volt, az kétségtelen. Látszott, hogy aki készítette, tengernyi idővel rendelkezett. Itt vannak a barlangok, Rimbóce. Nyima a szakadék oldalára mutatott. Ha nem mutatja meg, talán észre sem vettem volna a barlang bejáratokat. Első pillantásra biztos voltam benne, hogy ezekbe a barlangokba aligha rejtett bármit is a titokzatos szerzetes. Ahhoz alulról is és felülről is legalább száz métert kellett volna másznia a függőleges falon. Ezt pedig még egy jól felkészült hegymászó is csak nehezen tehette volna meg. Gondolatban azért végigfutottam minden lehetőségen, nem kihagyva a sárkányrepülőt sem. Csak hogy annak nem lett volna hol leszállnia. Nem, a barlangokat nyugodtan kihagyhatjuk. Van valami elképzelésed? Kérdezte nyíma rimbócse. Egyelőre nincs, mondtam. Jó. Akkor beszélj Vangyal rimbócse Ő, kicsoda. Ő leste meg a zsákos embert. Azonnal behívatom. Vangyal szerzetes fiatal fickó volt, ravasz tekintetű, örökké izgő mozgó. Éppen olyan, mint általában azok, akik felfedeznek valamit. Vangyal már várta a kérdéseimet. Alig tudta törtőztetni magát, hogy Nyima engedélye nélkül is belekezjen a történetébe. Nyilván láttam, hogy nem rajong különösebben Vangyalért, ám nagy leültette az asztalunk mellé néhány egymásra helyezett párnára, és intett, hogy kezdheti. Mesélj, Vangyal Rimbócse! De csak röviden. Vangyal elégedetten nyalta meg a szája szélét és mesélni kezdett. Nagyjából ugyanazokat mondta el, mint amiket Padma szerzetestől és nyimától hallottam. Beszélt a titokzatos emberről, aki felbukkant a faluban egy zsákkal a hátán, amelyben állítólag szent könyvek voltak. Láttad a könyveket. Kérdeztem. Nem, Rimpócse, nem mutatta meg őket senkinek. Mit gondolsz, miért? Mert vannak könyvek, amelyeket nem szabad mutogatni. Miért nem? Mert. Szellem lakik bennük. Ha megmutatná másoknak is, elvesztené az erejét. Ezért a zsák száját is csak akkor nyithatja ki, ha egyedül van. Akkor nem repül ki belőle a szellem. Akkor nem. Hogy lehet ez? A szellem kötődik a zsák tulajdonosához. Az ő hatalmában van. De ha mást is megpillant a zsák körül, megszűnik a varázslat, és már bele is költözik abba a másik emberbe. Ezt hallottam. Kitől? Egy piros süveges szerzetestől. Azok még ismerik a régi varázslatot. A zsákos ember nagy varázsló lehetett, Rimbócse. És ez miből derült ki? Embereket gyógyított. Tudod, hogy van ez? Micsoda? Húztam össze a szemöldökömet. Hát a gyógyítás. Hogy van? Az úgy van, Rimbócse, hogy ha a faluban megbetegszik valaki, kórházba kell vinni. Csak hogy a kórház messze van. És fizetni is kell a kezelésért. Igaz, minden héten meglátogatja a falut egy indiai doktor, de ha közben betegszik meg valaki, akkor baj van. Ha engem kérdezel, Rimpóce, akkor azt kell mondanom, hogy az indiai doktorok nem végeznek mindig jó munkát. Így hát, amikor az idegen azt állította, hogy képes gyógyítani, sokan elmentek hozzá. És sokan meg is gyógyultak. Hogy gyógyította meg őket? Rá kellett tenniük a kezüket a zsákra. Mintha mosolygott volna a szeme. Te elhiszed mindezt. Kérdeztem. Mintha várta volna a kérdésemet. Nem, Rimpócse. Miért nem? Mert én a modern orvostudományban hiszek. Nyíma Rimpócse arca meg sem rezdült. Mintha el sem jutottak volna a tudatáig a szavai. Az volt a helyzet, Rimpócse, hogy kíváncsi lettem rá, mi az ördögöt akarhat a falusiaktól ez az ember. Pénzt nem fogadott el igaz, nem is nagyon kínálgatták. Ha étellel kínálták, elfogadta, de csak annyit, amennyivel jól lakott. Ezért gyanús lett nekem, Rimpócse. Mostanában sok gyanús ember mászkál a hegyek között, és egyáltalán nem cél nélkül. Például vannak, akik földet akarnak venni, hogy sítáborokat építsenek, mások szállodát és még ki tudja, mit. Ez az ember azonban rejtély volt előttem. Meg nem vált volna a zsákjától, mintha a hátára nőtt volna. Már az is megfordult a fejemben, hogy nem a púpját rejtegeti e benne. Ezért aztán figyelni kezdtem. Főleg éjszaka. Mert éjszakánként nem aludt, hanem kóboroni indult. Persze a zsákjával a hátán. Én óvatosan utána. Vigyáznom kellett, hogy ne vegyen észre, mert akkor valószínűleg lelépett volna. Pedig nagyon is kíváncsi voltam rá, mi lehet a zsákjában. Végül is rájöttél. Várd csak ki a végét, Rimpócse. Szóval, gyakran követtem, amint a zsákjával a hátán éjszakai túrára indult. És akkor arra gondoltam, Rimpócse, hogy ez az ember el akar rejteni valahol valamit. Elő persze azt hittem, hogy lopni akar a kolostorból, talán szobrokat vagy ilyesmit, de nem lopott el semmit. Ezt onnan tudom, hogy mielőtt átmászott volna a kolostor kerítésén, ezt gyakran megtette, elrejtette a zsákját a nagy imahengere alá, és üres kézzel lopakodott be az épületbe. Az első két alkalommal meg sem mertem közelíteni a zsákot, attól tartottam, hogy váratlanul megjelenik, és kellemetlenkedni fog nekem, de amikor harmadszorra is ugyanezt történt, előmerészkedtem az árnyékból, és belekukkantottam a zsákba. Aztán majdnem elrohantam félelmemben, pedig nem vagyok gyáva, Rimpócse. A zsákban egy ember múmiája volt. Biztos vagy benne. Teljesen biztos, Rimpócse. Előbb magam is azt hittem, hogy talán valamilyen furcsa szobor vagy nemezből készült bálvány, amilyet a nomádok még ma is készítenek, de aztán, amint rátettem a kezem, már biztos voltam benne, hogy egy múmiát simogatok. Jelentetted Nyimarin Bucsénak. Vangyal szerzetes megrázta a fejét. Előbb még egyszer meg akartam győződni a dologról. Szégyen lett volna, ha kiderül, hogy egy ócska szobrot cipel a zsákjában, én pedig erekjelopással vádolom. Ezért ismét csak követtem a rá következő éjszaka. Ezen az éjszakán nem rejtette a zsákját az ima hengerek alá, hanem vele együtt mászott át a kerítésen, és eltűnt vele a kolostor épületében. Hogy pontosan hova ment, nem láttam, és most sem tudom megmondani, Rimbúce. De amikor visszajött, már nem volt nála az zsák. Ez pedig azt jelenti, hogy itt hagyta a múmiát a kolostorban. Azt, Rimpóce. Fogalmat sincs róla, Hova tehette? Nincs, rimbócse. Mi történt ezután? Vangyal nyimára nézett. Jelentettem a rimbócének. Nyima sóhajtott, és átvette tőle a szót. Tűvé tettük érte a kolostort, de nem találtuk sehol. Pedig minden üvébe néztünk, megkopogtattuk a szobrokat is, hogy nincsenek-e bennük üregek, de nem voltak. Két álló napig kerestük, aztán feladtuk. Miért voltatok annyira kíváncsiak rá? Nyíma Rimpócse mélyet sóhajtott. Tudod, Rimpócse, hogy milyen bonyolult a menekült tibetiek helyzete Indiában. A kínaiak a saját alatvalóiként kezelik őket, az indiaiak vigyázni akarnak a békés kínai-indiai viszonyra, viszont a dalai lámával is jóban akarnak lenni. Ezért nem mindegy, hogy ki mit őriz a kolostorában. El szeretném kerülni a kellemetlen meglepetéseket. Azóta is nyugtalanít hogy valóban múmia volt-e az illető zsákjában, vagy valami más. Elmehetek, Rémbócse. Kérdezte vangyal. Eredj, és tartsd a szád. Amikor lelépett, nyíma sóhajtott néhányat. Nem tetszik nekem ez az egész, Rimbóce. Ez azt jelentené, hogy Dux, Damaru és Drilbu mégis csak léteztek. Léteztek, mondtam. Honnan tudod, Rimbóce? Onnan, hogy kettőt már megtaláltunk belőlük a Rimpócse eltátotta a száját. Hú, ol, Rimpócse. Az egyiket Padma Rimpócse kolostorában, a másikat Zakpo a harmadikat is meg szeretném találni. Én is ezt szeretném, Rimpócse. Találd meg, és én végre megnyugodhatok. szintén szólva el kellett volna mondanom neki, hogy nem csak egyszerűen megtaláltuk a két szerzetes múmiát, hanem azt is, hogy milyen körülmények között hogy keresésünk meglepő eredményekkel is járt. Nem csak a múmiákat találtuk meg, hanem azoknak a holttestét is, akik elrejtették őket. Mi történt a szerzetessel, aki a zsákot vitte a hátán? Elfelejtettem megkérdezni vangyaltól. Eltűnt te nyima. Nem tért vissza a faluba. Soha többé nem látta senki. Vangyal sem. Ő sem, Rimbócse. Pedig még számos éjszakán várakozott rá, de nem jött vissza. Nem mondtam neki, de valami azt súgta a lelkem mélyén, hogy még itt kell lennie valahol. Ha nem élve, akkor holtan. Azt sem említettem Nyimarin hogy két csapat is keresi a múmiát. Főleg arról hallgattam, hogy az egyik tagjai között ott van Domingos is. Bár nem tudtam, hogy Domingos járt-e valaha is karikban, a híre bizonyára eljutott ide ha pedig kiderül, hogy Domingósz is itt van, azaz itt lesz hamarosan, nem rám fog-e visszahullani a feldobott kő. Nyíma esetleg nem csak őt, hanem valamennyiünket kizavar a kolostorából. Arról pedig végképp hallgattam, hogy Mr. Dermot és Emmer Kerintön halálos ellenségek. Nem is beszélve a csukjás csadoros nőről, aki mellesleg. Nyíma Rimpócse annak ellenére, hogy egy csoda szobrot ajándékozott nekem, nem óhajtott beengedni bennünket az épületbe ha egyedül vagyok, bizonyára beenged, így azonban nem lelkesedett az ötletért. Pláne, hogy nők is voltak közöttünk. Sátorban fogtok lakni, Rimpó mondta. Már fel is verettem néhányat az udvaron. Így aztán sátra majtajából figyelhettem, hogy másnap délután Mr. Dermot és csapata bevonul karcsig udvarára. Láttam már vidámabb halottas menetet is. 89 ha tudtam volna, mi van ember Kerintön kezében, megakadályozhattam volna a komolyabb összecsapást. De nem tudtam. És ez volt a baj. Abban a másodpercben, ahogy Mr. Dermot lecsusszant a jakjáról, megkezdődött a balhé. Szegény Mr. Dermot olyan sápadt, kimerült és törődött volt, hogy azt hittem, közel áll a halálhoz. Emmer Carrington, aki mindeddig a sátrában pihent, mihelyst meghallotta Dermotték érkezésének az aját, egy furcsa, lapos tárgyal a kezében kisietett a sátrából, és a jakjáról éppen lecsúszó Mr. Dermot felé mutatta. Hogy vagy, Bruce? Kívánom neked, hogy életed legszebb napján szard össze magad válaszoltam Mr. Dermot. Ez meg mi a szar? Carrington fejjebb emelte a kezében tartott valamit. Egy fénytábla volt, fehér alapon fekete felirattal. Nem ivó víz. Hirdette a felirat. És mindezt négy nyelven. Mi a fene ez? Kérdezte gyanakodva Mr. Dermot. Tudsz olvasni? Tudakolta Kerintön. Te rohadék, te, te. Ebben a pillanatban bevillant valami a fejembe. Mintha már korábban is láttam volna ezt a táblát Kerintön kezében, csak akkor nem figyeltem fel rá. Carrington a hasát fogta nevettében, miközben a tábla kicsúszott a kezéből és a földre esett. A következő pillanatban aztán elhalt a nevetése. Mr. Dermot ugyanis előrántotta a zsebéből a pisztolyát és Carringtonra lőtt vele. Szerencsére nem találta el. Valószínűleg nem is akarta eltalálni. Carrington azonban nem lehetett biztos benne, ezért pillantás alatt bent termett a sátrában. Mr. Dermot közben úgy üvöltözött, mintha megbudjant volna valószínűleg ez is történt vele. Odaugrott a földön fekvő táblához és belelőtt néhányat. A fénytábla nagyokat ugrott, mintha élvezné a játékot. Később aztán valószínűleg megbánta a kezdeti élvezetet, mert lassan lekopott róla a máz, és a lyukak sem voltak rajta irigylésre méltók. Ez a szemétláda. Nyögte Mr. Dermot, miután kifogyott a stukkeréből a golyó. Ez a nyomorult disznó. Ekkor már értettem mindent. Amikor a mi csapatunk megérkezett abba a faluba, amely Dermotték vesztét okozta, még ott volt a kulton a veszélyt jelző felirat. Mi nem is ittunk belőle, Dermotték viszont igen. És miért? Természetesen azért, mert Emmer Kerintön ellopta a táblát, a helybeliek pedig későn figyelmeztették őket a veszélyre. Mr. Dermot és társai szomjukat oltották a különben jó ízű vízzel, ezt később Gördö Palmer mesélte el nekem, aztán átadták magukat a sorsnak. Az pedig nagyon keményen bánt velük. Teljes napig mozdulni sem tudtak a gyomorfájástól és a kíséretébe szegődött egyéb következményektől. Csoda-e hát, hogy ezek után Emmer Dermotnak újfent lövöldözni támad kedve. A köztünk lévő viszony természetesen szemernyit sem változott. Domingos most is úgy elnézett mellettem, mintha üvegnyúl lettem volna egy tágas mezőn, gördőfutólag rám mosolygott, de aztán lefagyott az arcáról a mosoly. Nyíma Rimpócse természetesen értesült a Dermot csapat érkezése körüli zenebonáról, és addig keresett, amíg meg nem talált. Éppen a sátramat próbáltam meg kicsit otthonossá tenni, amikor bedugta a fejét az ajtónyíláson. Bejöhetek, Rimpócse! Természetesen kellő tisztelettel fogadtam. Nyíma Rimpócse idegesnek látszott. És idegesnek tűnt az a nagy darab szerzetes is, aki elkísérte. Olyan szemeket mereztet rám, hogy kétségem sem lehetett felőle, ha csak a legkisebb gyanús mozdulatot tenném a főnöke felé, előbb juttatna a bardóba, mint egy szuperszonikus repülőgép. Nyíma Rimpócse nem ült le, nem is volt hova, csak úgy állva kiáltott rám. Mi volt ez, Rimpócse? Kerekre nyitottam a szemem, úgy adtam az ártatlant. Micsoda, Rimbóce. Ne próbálj hazudni nekem. Förmet rám. Nem ezt vártam tőled. Nem voltam egészen tisztában vele, hogy mit várt, de abban egyetértettünk, hogy ami történt, valóban furcsa belépő volt Mr. Dermot részéről. Remélem, nem halt meg senki. Kérdezte a némi némiképpen lecsillapodva. Vagy igen. De hogy halt meg igyekeztem megnyugtatni. Sebesülés sem történt. Különben mindig így van ez. Micsoda? Kérdezte értetlenül. Hát, ha találkoznak. Rendszerint megünneplik egy kis lövöldözéssel. Néha egy kőrelőnek, néha egy konzervdobozra. Jelenleg egy táblára lőttek. Elmeséltem neki, hogy a táblát útközben találtuk, és hogy Emmer Kerintön magával hozta. Úgy gondolta, jó lesz majd céltáblának. Nyima elgondolkodva nézett rám. Valamit nem tudok eldönteni, Rimpó sem mondta rövid habozás után. Segíthetek talán. Készségeskedtem. kettem. Nem vagyok képes eldönteni, hogy én vagyok-e a legnaivabb főláma a világon, vagy te a legszemérmetlenebb hazudozó. A kérdés nyitva maradt. Így történt, hogy némi habozás után Nyima elfogadta a magyarázatomat, és nem kergetett ki bennünket a vakvilágba mint ahogy a másik csapatot sem. 90. Emmer Kerintön megkapta tőlem a magáit, tekintet nélkül arra, hogy kihallatszik a sátorból a hangos beszéd, alaposan leteremtettem. Meg akarja találni a harmadik szerzetest, vagy sem. Kérdeztem dühös hangon, és valóban az is voltam. Jól van, Emmer Lorenz nyugtatott békülékenyen. Belátom, hibáztam. Nem kellett volna provokálnom. De nem ám mondtam. Hajszálon múlott, hogy nyíma lenyelte a gombócot. Ha elzavart volna bennünket, üthette volna a múmiája nyomát. Ez hogy érti? kérdezte. Úgy értem, mondtam, hogy ha nem enged nekünk szabad mozgást a kolostorában, csinálhattunk volna egy szépen kivitelezett hátraarcot. Még mindig nem értem. A múmiája a kolostorban van. Úgy meghökkent, mintha jól képen töröltem volna. Még a fejét is hátrébb kapta meglepetésében. Ez, biztos. 99 százalék. Azt is tudja, hol van. A pontos helyét nem ismerem, de abban biztos vagyok, hogy ide rejtette a szerzetes. Milyen szerzetes? Erősen rövidítve elmondtam neki, amit van gyallámától hallottam. Emmer Kerintön kitátotta a száját, miközben izgatottan mozogtak pók kezei póklábai. Biztos benne, hogy a fickó igazat mond. Most mit akar tenni? megpróbálom megkeresni a múmiát. Ahhoz viszont az kell, hogy ne zavarja semmi a köreimet. Ha nem bírnak egymással, menjenek ki valami távol eső helyre, és rendezzenek céllövöldét. Lőjenek célba. Mire? Egymásra mondtam. Ha nem a kolostor területén nyírják ki egymást, nyíma rimpocsét nem izgatja a dolog. Ettől aztán lehűlt a lelkesedése. Elvégre nem is én lőttem, hanem ő neki kellene, hogy elmondjam mindezt. Apropó, mi van akkor, ha nem maga, hanem ők találják meg a szerzetest. Akkor meg kell egyezniük egymással. Lószart mondta kerintön. 91. Azok az emberek, akik végül is kölcsönadták Emmerdermotnak a jakjaikat, hazafelé készülődtek. Szerencsém volt, hogy éppen abban a pillanatban kaptam el őket, amikor elindultak volna. Hamar megtaláltam közöttük azt a férfit, akitől a jakokat béreltem, odamentem hozzá, és tisztelet teljesen meghajoltam előtte. Hogy vagy, barátom? Kérdeztem. Amint felismert, széles mosoly terült szét az arcán. Nagyon jól, Rimpócse. Örülök, hogy látlak. Csak nincs szükséged még párjakra. A kutya közben a lábamhoz dörzsölte a fejét és megnyalta a kezem. Rá lenne szükségem, mondtam. A kalapos rám mereztette ravasz szemét. Gyalpóra. És, hogy gondolod? Kibérelném. Vagy esetleg meg is venném. Morogta. Nagy szükséged lenne rá. Nagy bólintottam. Levette a kalapját és megvakarta a feje búbját. Adnám én, Rimpocse felelte gonterhelt képpel. Csak éppen van itt egy apróság. Micsoda? Kérdeztem nyugtalanul. Amióta utoljára találkoztunk, Him, felment a kutya bérlésára. Megemelkedett a bérleti díj. Ki emelte meg? Én. Nézd, Rimpóce, tudod, hogy van ez. Van a gazdaságnak több szegmense, és ha az egyik megváltozik, vele változik a többi is. Ezt egy láma magyarázta el nekem, aki az iskolában tanulta. Márpedig, amint hallottam, megemelkedett a juhúsára, ez pedig annyit jelent, hogy a kutya bérlés feltételei is megváltoztak, mivel a kutyát etetni kell. Értem bólintottam. Mennyi egy kutya bérleti díja? A kalapos óvatosan rám pislogott. Naponta egy dollárral több, mint korábban volt. Az enyém kettővel több. Bár már elfelejtettem, hogy korábban mennyi volt, azért bólintottam. Rendben van. A kalapos megtörölgette a homlokát. Szemében ott csillogott a győzelem fénye. Mikortól kezdődik a bérlet? Úgy gondolom, bár már rég fent van a nap, mégis az egész mai nap számít, mondta. Nem most kell a kutya, intettem le. Ettől aztán egy kicsit lelombozódott. Akkor hát, mikor? Egy hét múlva. Jól van, rimbócse. De akkor is a mai naptól számít a bérletidéjű. Gyalpót addig itt hagyom neked. Félre értettél, mondtam. Félre értettelek kérdezte gyanakodva. Még talán az is felmerült benne, hogy nem csak tréfálkozom-e vele. Egy kutya nem kutya, mondtam. Ezt, hogy érted? Több kutyára lesz szükségem. Szinte hallottam, ahogy a földbe gyökereznek a lábai. Mennyi az a több, kutya? Mennyit tudnál felhajtani? A kalapos ismét megtörölgette a homlokát. Csak úgy csillogtak a kezefején a verejték cseppek. Hát, van a faluban 15, esetleg még tudnék hozzá bérelni tízet. Annyi elég is lesz, mondtam. És néhány ember is kellene hozzájuk. Mi a fenét akarsz te tulajdonképpen, Rimbócse? Tört ki belőle az értetlenség. Minek neked ennyi kutya? Csak nem kutya számversenyt akarsz rendezni szárazon. Valami hasonlót biccentettem. Egyelőre még titok. Még neked sem árulhatom el de azt megígérhetem, hogy egyetlen kutyának sem esik baja. Á, már értem ütött a homlokára. Ezúttal is meg akarsz kerestetni velük valakit, igaz? Meghagytam ebbéli hitében, és előlekként mindjárt át is adtam neki száz dollárt. Gyalpo is hálásan pislogott rám. Mintha csak érezte volna, hogy ő is kenyérkeresővé lépett elő ezen a délutánon. És anélkül, hogy akár el is vakkantotta volna magát, már is keresett három dollárt. 92. Visszamentem a sátramba, törtem egy kicsit a fejem, aztán, amikor lömönt a nap, haraptam valamit, majd zsebre vágtam a zseblámpámat, és kisétáltam a kolostor kapuján. A fűben tücskök ciripeltek, s bármerre is fordultam, nem hagyták abba. Alig ha nem figyelmeztették egymást, hogy idegen tört be a birodalmukba. Hamar megtaláltam az ima hengereket. Ott álltak a falon kívül, szorosan egymás mellett. A nagy, fából készült monstrumok oldalaiból hajtó rudak álltak ki, hogy az imádkozni szándékozó elkaphassa őket és megforgathassa velük a függőleges tengelyen forgó hengert. A hengerek oldalain a jól ismert Oemmani Padmehel máje emi látszott a hányszor megforgatta őket valaki, annyi imádság szállt fel az égbe az istenekhez. Mivel a hengerek oldalain sok száz felirat látszott papír írva, és a henger oldalára ragasztva, számtalan ájemé szállt egy-egy imádkozó tevékenysége folytán a magasba. Igaz, Istenből is számtalan trónolt odafent. Csak úgy megszokásból megforgattam az egyik hengert. Kelletlenül is nyikorogva forgott, mintha nem tetszett volna neki a dolog. Nyilván úgy gondolta, hogy sötétedéskor bőven lejárt a munkaideje. Hallgattam egy kicsit a nyikorgását, majd felmásztam a kőkerítésre. Hirtelen meghallottam valamit, ami nem tetszett nekem. Még akkor sem, ha tisztában voltam vele, az imahenger azért van, hogy megforgassák. A tengelye pedig azért, hogy nyikorogjon. Az egyik akkor nyikordult meg, amikor már bent voltam az udvaron. Azon törtem a fejem, hogy az a valaki, aki vangyal szerzetes szerint a zsákot hozta a hátán, miért nem az udvaron át közelítette meg valamelyik épületet, amikor csikorogni kezdett az imahenger tengeje. Megfordultam és egyetlen ugrással fent termettem a kőkerítés tetején. Alattam csak az imahengerek látszottak, és a fű világító zöldje. Sem embert, sem démont nem láttam a közelben. De még egy árva kutyát sem. Megnyaltam az ujjam végét és feltartottam a levegőbe. Teljes volt a szélcsend. Az imahenger forgása lassan abba maradt, és egy kis zökkenő zaj kíséretében megállt. Leugrottam a kőfalról, és tettem néhány lépést előre. Aztán ismét megtorpantam. Az imahengerek egyike ismét nyikorogni kezdett. Elég erő teljesen, ami azt jelentette, hogy akárki is volt a másik oldalon, nagyot taszított rajta. Pillanatok alatt ismét a kőfalon ültem. Kezemben ekkor már nem elemlámpa volt, hanem a 38-as Smith Wesson. Lelógattam a fejem a kerítés tetejéről. A henger vadul forgott, mintha hurrikán forgatta volna. A kolostor udvarán túli mező ezúttal is ugyanolyan volt, mint korábban. A fű haragosan zöld, az itt-ott felbukkanó aprócska bokrok feketék. Túl kicsik voltak ahhoz, hogy bárki is elrejtőzhetett volna közöttük. Amikor visszugrottam az udvarra, és ismét megcsikordult az éma henger, már nem törődtem vele. Nagyon is egyoldalú dolog földön túli erőkkel bújócskázni. Nekik megvan az az előnyük, hogy bármikor láthatatlanná tudnak válni. Ekkor belefogtam a nagy varázslatba. Elindultam a néhány méternyire felsejlő épület felé. Még szitkozódtam is egy kicsit persze csak finoman, amikor belebotlottam a saját lábamba. Csosszogtam egy sort, majd elhallgatott a csoszogásom. Négy kézlábra álltam és visszamáztam a kerítéshez. Olyan szorosan feküdtem mellette, hogy bárki, aki megpróbál követni, ne vehessen észre. Abban a pillanatban, ahogy odapréseltem magam a kőkerítéshez, átröppent felettem valaki, és nem messze tőlem lazán földet fogott. Talán nem is érte a lába a talajt, talán csak icipicit karcolhatta a tetejét aki átrepült a kerítés felett, zöld sejem kabátkát viselt, könnyű vászoncipőt és jeans Kecsesen mozgott, mintha csak egy egyszerű torna mutatványt végzett volna. Alig, hogy lehuppant a fűre, már futott is tovább a legközelebbi épület felé. Sóhajtottam és elindultam utána. 93. Amint észrevettem a régi, rogyadozó ajtót és a kopott ajtófélfákat, kezembe szorítottam a fegyveremet. Óvatosan, csak úgy fél kézzel megpróbáltam belökni az ajtószárnyat. Nem volt könnyű, de azért sikerült. Lehajoltam és megnéztem a magas, rég korhadásnak indult küszöböt. A küszöbő oldalai pirosak voltak, a tetejük azonban friss zöld a rájuk ragadt fűtől. Álva maradtam és magam elé bámultam. Az egyik, múmiát szállító szerzetes jutott az eszembe, akit végül is démonok ettek meg egy csödszertartás során, s akinek a bőréből egy darab azért megmaradt. Mi is volt a bőrre tetoválva? Mindörökké Barcelona, vagy valami hasonló. A zsákos férfi tehát nem volt szerzetes, és valószínűleg ázsiai sem. Alig ha nem spanyol. Talán. Az a valaki, aki itt, Karcsik kolostorában rejtette el a harmadik múmiát, bárhogyan is öltözködött, szintén nem lehetett igazi szerzetes. Hogy miért nem? Elmagyarázom. Nos, hát az a helyzet, hogy a kolostorok ajtóinak magasított küszöbe van, még hozzá több okból is. Az egyik prózai, a éghideg hideg télben nehezebben megy ki a meleg az ajtó alatt, ha egy magas küszöbő állja el az útját. Ám az ennél még valószínűbb boké a régi, a lámahit előtti sámánvilág hagyományaiban és rítusaiban keresendő. A sámánvilág elképzelése szerint minden ház küszöbe alatt szellem lakik a ház szelleme, aki vigyáz a ház lakóira. Kényes jószág, nem szereti, sőt kifejezetten tiltja, hogy bárki is a küszöbre, azaz a feje tetejére lépjen. Ezt a hiedelmet átvette az új vallás is, így minden ajtó előtt magasított küszöbe várja az érkezőket. A szerzetesek felhúzzák a palástjuk szélét, ha átmennek egyik cellából a másikba, főleg, ha széles szárú, kunkori orródísz csizmát viselnek. Ebből mi következik? Hogy annak a valakinek, aki belépett a kolostor épületébe ezen a rozoga ajtón át, ha szerzetes volt az illető, nem lett volna szabad rálépnie a küszöbre. Aki a múmiát vitte a hátán, az viszont mégis rálépett. Ez tehát mit jelent? Azt, hogy az illető, akárki is volt, nem lehetett szerzetes. Az ajtó mögött kezdődő folyosó egy nagy terembe torkolt, amelyből sok minden hiányzott, főleg az oxigén. És mégis égett benne néhány gyertya és füstölő. Életemben nem láttam még ilyen lepusztult el hakangot, az az imatermet. Látszott rajta, hogy már hosszú évek óta nem használják. Az Isten szobrokat, a tekercs képeket, azaz hangkákat, vastagon borította a por. A szobrok elől hiányzott az áldozati étel, sőt még a tálacskák is, melyekbe beletehették volna. A hajdanil hakang mély álmát aludta, mint csipkerósika. Megpróbáltam kitalálni, mi történhetett vele. Nos, elképzelésem szerint a Kolostorban valamikor sokkal több szerzetes élt, mint manapság, ezért két hakangot is használtak, még nem a szerzetesek száma le nem csökkent, s a Kolostor vezetője akkor úgy határozott, hogy egy is elég belőle. Így a használaton kívül helyezett imaterem lassan az enyészet martalékává vált, s csak némi merészség árán lehetett bemerészkedni a belsejébe. Haboztam néhány másodpercig, aztán elindultam előre. Óvakodtam hozzáérni bármihez is, nehogy rám dőjön az egész Istenvilág. Az Istenek egyike másika a két ember magasságot is elérte, és ha megindultak volna felém, nem lett volna könnyű elinani előlük. Úgy éreztem magam, mintha kriptában járnék. Egy halott világ kriptájában. Cirka fél órát töltöttem azzal, hogy megpróbáltam megtalálni a múmiát. Éreztem, hogy itt kell lennie valahol. Magam sem értettem, mitől vagyok annyira biztos benne, de az voltam. Töviről hegyire átkutattam hakangot, de nem találtam meg, amit kerestem. Még egy akkora múmiát sem találtam, mint egy kisegér. És mégis biztos voltam benne, hogy itt rejtőzik valahol. Aztán azt tettem, amit már az elején tennem kellett volna. Kiválasztani egy istent és rábízni magam. Ha van valaki, aki meg tudja nekem mutatni a múmia rejtek helyét, akkor az csak egy isten lehet. Héruk a buthát szúrtam ki magamnak. A hatalmas szobor biztatón nézett le rám. Lehet persze, hogy csak én láttam így. Néha túl sokat képzelünk az istenekről. Azt képzeljük, hogy egyéb dolguk sincs, mint bennünket, embereket figyelni, és ha bajba kerülünk gyakran a saját ostobaságunk miatt, azonnal a segítségünkre sietnek. Hát, ha mindez tévedés, csupán illúzió. Hát, ha az Isteneknek eszük ágában sincs velünk foglalkozni. Sőt, kifejezetten unják állandó nyafogásunkat, és csak legyintenek imáink hallatán. Ennek ellenére meg kellett próbálnom szót érteni vele. Halványan persze az is megfordult a fejemben, hogy a talán még rossz néven is veszi, hogy éppen őt zavarom, és csak azért sem foglalkozik velem. Ám én mégsem tehettem mást. Reméltem, hogy nem haragszik meg rám és nem dönti rám a hakangot. Azért még egyszer felforgattam az imatermet. Ezúttal már gyorsabban haladtam, mint korábban, az eredmény sajnos ugyanaz lett. Nem bukkantam rá a múmiára. Húsz percen bekerült, amíg megtettem a megfelelő előkészületeket. Először is letakarítottam a Budha oltáráról minden nem odavalót. Már az is meglepő volt, hogy mi minden össze tud gyűlni egy elhagyatott oltáron. Bár lobogott egy gyertya a szobor előtt, és egy kis füstölő tartóban füstölő rúd is füstölgött, ennyi volt minden, ami a szerzetesek részéről hérukának kiárt. Szinte magam előtt láttam azt a lámát, aki a reggeli órákban bejön az elhagyott elhakangba, unottan gyertyát és füstölőt gyújta nélkül, hogy imádkozna vagy akár csak egyszer is leborulna az istenek előtt. Sőt, arra sem futja az idejéből, hogy megtisztítsa az előttük álló oltárokat. A héruka előtti oltáron azonban nem csak egy füstölő és egy gyertya volt található, hanem néhány oda nem illő apróság is. Mint például galambürülék, por, egy csokor mumifikálódott virág, néhány rozsdás pénzdarab, mindennek csúcsaként pedig egy kis múmia. Egy egér múmiája. Sóhajtottam és nekiláttam a takarításnak. Mivel semmi olyan nem volt nálam, amivel megtisztíthattam volna az oltárt, elővettem a zsebkendőmet és, bármennyire is tiszteletlenségnek tűnhet, ráköptem. Reméltem, hogy Héruka nem veszi bárdolatlanságnak. Még mindig jobb a tisztításnak eme szokatlan formája, mint hosszú évtizedekig egy döglött egeret nézegetni. Ami Hérukát illeti, nem látszott az arcán sem öröm, sem bánat, sokkal inkább harag. Héruka haragja azonban nem rám, hanem a tent támadó démonokra irányult. Így, porosan és magára hagyatva is megőrizte a tekintéjét. Hérukának, tibeti nyelvent palcsempónak nem volt szelíd a kinézete és ekkor még nem mondtam sokat. Három arca volt, és mindhárom különböző színű. Jókor a fogaival rám vicsorgott. Hosszú, vöröses szőke hajába emberi koponyák, valamint a nap és a hold voltak belefonva. Nyakában fejét emelgető, fekete kígyó vonaglott. Hogy összesen hat kezében mi mindent tartott, nehéz lett volna megállapítani. A legtöbb tárgyat, aminek a tenyerén kellett volna nyugodnia, már rég kivette belőle a múló idő. Miután sikerült úgy, ahogy rendbe hoznom az oltárát, lótuszülésbe ültem, és behunyt szemmel koncentrálni próbáltam. Előbb még nehezen ment, nem voltam képes nem ideillő gondolataimat kiverni a fejemből, ám egyszer csak azt vettem észre, hogy eltűnik körülöttem a világ, és átcsúszom egy másik dimenzióba. Épp csak észrevettem a két dimenzió közti különbséget, már bele is süllyedtem abba a másikba. Hirtelen Rajkumar Singh jelent meg előttem. Egy pálmafa mögül lépett ki, ágyék kötő volt csupán rajta, teste olyan áttetsző volt, hogy jól láttam a mögötte álló pálmafákat. Felemelte a mutató ujját, és amint gyakran megtette, ezúttal is megfenyegetett vele. Hiába mondok én neked bármit is, Leslie -e száhib kezdte a korholásomat, nem akarod megfogadni. Ahhoz, hogy megtalálj valamit, amit elrejtettek előled, és nem akarják, hogy valaha is megtaláld, nem kell mindjárt az istenekhez fordulnod. Az istenek nem arra valók, hogy a csípcsúk dolgokkal törődjenek. Az ő dolguk a világ igazgatása, nem pedig a te ostoba gondolataid rendberakása. Ezt tudom mondtam. Nem is akarom zavarni őket. De zavarod mondta. Az imént is nem tényhez, az óriás kígyóhoz fordultál. Ez csak, véletlen lehetett mentegetőztem. De hogy volt véletlen? Rágondoltál, és ezzel lehet, hogy komoly problémát okoztál neki. Képzeld csak el, de a fészként pihen békességben, amikor elér hozzá az imád vagy kérésed. Den felébred rá, dübe tőle. Tudod, miért? Mert felri a tálmából. Honnan tudjam, hogy mikor alszik? Kérdeztem. Se honnan mondta. De fogad meg a tanácsomat. Nem feltétlenül kell folyton folyvást az Istenekhez fordulnod. Fordulj azokhoz, akik. Itt aztán hirtelen eltűnt a látomás. Raj Kumar Singh felszívódott. Ismét változott a kép. Hatalmas hangkák, tekercs képek jelentek meg előttem. Valahol egy hatalmas terem belsejében álltam talán valaha ez is elhakang lehetett, de nem láttam egyetlen isten szobrot sem benne, csupán kötelekre feszített hangakat. A hangák hatalmasak voltak, akkorák, amekkorákat csak ritkán lát az ember. Ember magasságnál jóval magasabbak, s egyik faltól a másikig húzódó zsinórokon lógtak, mint ahogy az indiai mosodások akasztják felszáradni a lepedőket. Nem tudom, hogy kerültem oda, de ott voltam közöttük, és a kivezető utat kerestem. Nem tudtam, hol vagyok és hova igyekszem, csupán a vágyat éreztem, hogy kiszabaduljak közülük. A hangkákra rémisztő arcú istenek, nyitott szájú, fogukat vicsorgató démonok, Tigrisek, sárkányok voltak festve, s mintha valamennyien engem akartak volna szétszaggatni. Egyre kétségbe esettebben kerestem a menekülés útját, egyre gyorsabban hajtogattam félre őket az útamból, ám akárhogy is igyekeztem, egyre újabb és újabb hangafalba ütköztem. A démonok egyre nagyobbra tátották a szájukat, és én egyre biztosabb voltam benne, hogy elvesztem. Arra gondoltam, az is lehet, hogy meghaltam. Lehet, hogy a bardóban vagyok, abban az állapotban, amelyből gyorsan meg kell találnom a kivezető utat. De miért nem siet valaki a segítségemre? Miért nem olvasnak fel a halottak könyvéből, hogy tudjam, merre menjek tovább? Kétségbe esetten kapaszkodtam bele egy hangába, aztán nagyot rántottam a kötelén. Ahogy az első hanka lehullott a terempadlójára, sikoltásokkal, hörgésekkel és fájdalmas kiáltozással telt meg körülöttem a világ mintha emberek sokasága sikoltozott volna a fülembe. Vak futott át rajtam. Csak nem valamelyik pokolba kerültem. Ahogy a sikolyok már szinte az elviselhetetlenségig erősödtek, még nagyobb lendülettel téptem szaggattam az előttem állót hangákat. Hirtelen éreztem, hogy kirántják alólam a lábam. Erős ujjak kulcsolták át a bokámat és tartottak fogva. Aztán, mintha óriási hópejhek hullottak volna az égből, rám szakadtak a hangák. Menekülni próbáltam, de nem mozgott a lábam. Hirtelen rájöttem, miért. Mindvégig lótuszülésben ültem, s ha így ül az ember, nemigen tudja a lábait mozgatni. Ekkor felbukkant előttem Héruka, és mintha ezúttal már barátságosabban nézett volna rám. Talán ekkor vette csak észre, hogy rendbe hoztam az oltárát, és a döglött tegeret is eltüntettem a szeme elől. Ránéztem és bólintottam. Megköszöntem neki, amit értem tett. Mert tett értem valamit, még hozzá nem is keveset. 94. Felálltam és körbeforogtam a teremben. Tankákat kerestem és azonnal meg is találtam őket kettő volt belőlük a hakangban, mint kettő poróz, és szinte nem is lehetett megállapítani, mit ábrázolnak. Az egyiken hatalmas démon fejkörvonalai látszottak, amint kitátott szájában a világot tartja. Többet nem láttam belőle, talán nem is maradt egyéb rajta. Amint közelebb léptem hozzájuk, észrevettem, hogy a hátul sót apadt az elsőre. Először azt hittem, por vagy kosz ragasztotta össze őket, aztán ahogy felágaskodtam, keskeny ragasztócsíkot találtam a második thanka hátulján. Ez arról árulkodott, hogy a két óriási thanka tulajdonképpen csak csomagolás, amelyek közé elrejtettek valamit. Vagy valakit. Mivel hajtott a kíváncsiság, nem tétováztam. Körülnéztem a hakangban, de nem találtam egyebet, csupán egy lyukas műanyagvödröt. Jobb hián ez is elég volt ahhoz, hogy közelebb jussak a t hangákhoz. Megfordítottam a vödröt és ráálltam. Reméltem, hogy nem törik össze. A vödör meghajlott ugyan a súlyom alatt, de nem hullott darabokra. Óvatosan egyensúlyozva a vödrön, megpróbáltam elválasztani egymástól a két hangát. Hiába is próbálkoztam, nem sikerült. Ahogy beléjük kapaszkodtam, a t hangák lengeni kezdtek, majd folytó porral árasztottak el. Köhögtem, fuldokoltam, Levegő után kapkodtam. És mivel nem sikerült, amit elterveztem, kénytelen voltam visszavonulót fújni. Amíg arra vártam, hogy előjön a por, ismét csak körülnéztem az oltárok között. És ismét csak héruka segített rajtam. Közvetlenül az Isten lába mellett, ahol korábban magamba mélyedtem, egy üveget láttam. Rá sem mertem gondolni, hogyan kerülhetett egy sörös üveg az Isten szobrok közé. Nem tartottam valószínűnek, hogy ők iszogattak magányos éjszakákon, elvégre az Istenek a nektárt kedvelik, nem a sört. Bárki tudja. Vannak sörgyárak, amelyek azt hirdetik, hogy az ő italuk jobb az Istenek nektárjánál is. Fogtam az üveget, kerestem valami szilárd tárgyat, és meg is találtam egy törött csengő egy drillbu képében. Egyik kezemben az üveget tartottam, míg a drillbuval rácsaptam az oldalára mintha kocsmai verekedésre készülnék. Az üveg eltörött éppen úgy, ahogy vártam. Félre a padlóra hullott cserepeket, s kezemben az üveg nyakával, ismét ráálltam a vödörre. Ezúttal siker koronázta a tevékenységemet. Képzeletemben Matver jelent meg előttem, s elismerő mosolyjal nyugtázta a tevékenységemet. Az üvegcserep belehasított a hanka sejmébe. Ebben a pillanatban mintha megelevenedett volna az, ami eddig némán pihent a két hanka között. Előre csúszott, ahogy megemeltem a hangát, majd ahogy mozgattam a furcsa szendvicset, egészen lecsúszott a két tekercskép aljára. Döbbentem láttam, hogy a jó konát, amit vágtam, kinyúlik egy mutatóújé. Ez a mutatóúj merev volt, mint egy szobor mutatóújja. Vagy egy múmia mutatóújja. Sóhajtottam, és óvatosan, nehogy letörjön, visszatuszkoltam az ujjat a két hanka alkotta zsákba. Megtaláltam a harmadik múmiát. 95. Éppen abban a pillanatban csengett fel a telefonom, amikor leléptem a vödörről. Bár fogalmam sem volt róla, hogy az a valaki, aki átugrotta felettem a kerítést, hova tűnt, valahogy biztos voltam benne, hogy nincs idebent. Ha nem így lett volna, már rábukkantam volna. Mind ezek ellenére beerőltettem magam két szobor közé. Maga az, Lorenz. Hallottam Kabirlel hangját. Én vagyok, ha nem ismerne rám. Csak azért hívtam fel, hogy érdeklődjek az egészsége iránt. Köszönöm, meg vagyok, mondtam. Na és mit csinál? Épp az imént fogtam kezet egy múmiával. Hallom, még mindig tréfás kedvében van. Ezt irigylem magától, ezt a jó kedélyt. Na, Figyeljen, van egy hírem, ami azt hiszem érdekli magát. Tudja, hogy úgy iszom a szavát, mint az elefánt a friss vizet. Már éppen hiányoltam a hangját és a híreit. Képzelem, mondta. Nos, akkor figyeljen ide. Megvizsgáltattam a múmiát. És. Az az ember nem ázsiai. Hanem milyen. Amerikában úgy mondják, hogy a kaukázusi raszhoz tartozik. Röviden, fehér ember. Biztos benne. Nem rólam van szó, hanem a legtudományosabb intézetről, ahol ilyesmivel foglalkoznak. Ez szerint futcsa legendának. Nem Drillbull, nem Dux és nem Damáru, hanem egy európai ember múmiája. De még más is utal erre. Például, hogy tömés van az egyik fogában. Olyan anyag, amelyet csak tíz éve használnak. A fickót tehát az elmúlt tíz év során ölték meg és mumifikálták. Az a fekete anyag, ami pedig a testét borítja, műanyag, és ezt is cirka 5 éve használják. Felírtam valahova a fogtömés és a fekete műanyag összetételét is, de nem hiszem, hogy ez magát most túlságosan érdekelné. Az a helyzet, Emmer Lorenz, hogy történik valami maga körül, ami nem tetszik nekem. Azt tanácsolom, hogy vigyázzon a bőrére. Remélem, már nem engem gyanúsít a gyilkosságokkal. Valamennyivel biztosan nem. De, hogy maga kavar odafent a hegyek között valamit, abban biztos vagyok. Megpróbálom megkeresni megbízómnak a három múmiát. Nem fog örülni a megbízója, hogy a múmiái nem azok, akiknek hiszi őket. Egyelőre nem mondom meg neki. Azt jól is teszi. De tényleg vigyázzon magára. Nem szeretném, ha legközelebb egy szerzetes behozna egy batyut a hátán a rendőrségre, amelyben egy múmia van esetleg az ön múmiája. Van fog tömése. Minek az magának? Kérdeztem. Megkönnyíteni az azonosítást mondta, és le akarta tenni a kagylót. Megéreztem a szándékát, és rá kiabáltam. Állj. Jó tett helyébe jót várj! Én is mondok magának valamit. Ájót figyelemmel hallgatom. Emlékszik a csennai vonatrablásokra. Emlékszem, bár az nem hozzám tartozik. Emmer Kerinton és Mr. Dermot is rajta volt a vonatokon. Milyen vonatokon? Hökkent meg. Minden alkalommal rajta ültek azon a vonaton, ahol a rablás történt. Nem egészen értem, miről beszél. Elmondtam neki mindent, amit Haritől hallottam. Hogy Kerinton és Mr. Dermot áll öltözetben ott voltak a vonatrablásoknál. Legalábbis kettőnél biztosan. Honnan a fenéből tudja? Ha van térerő, vannak informátoraim is. Ez érthetetlen morogta. Biztos, hogy nem hűíti magát az informátora. Erre mérgetvehet. Csak nem azt akarja ezzel mondani, hogy ők raboltak. Nem. Ők csak ott voltak. Beszéltem neki a felvételekről, amiket a kocsi kamerája készített. Hát ez felfoghatatlan dünnyögte. Ki is nyomozott az ügyben? Csandra gupta felügyelő. Á. Csandragupta. Mindjárt felhívom. De azért kíváncsi vagyok rá, hogy maga mire gondol. Nem tudom, mondtam. De egy biztos, olyan kicsi volt a zsákmány, hogy egyáltalán nem volt érdemes megkockáztatni a rablást. Ezt hogy érti? Emmer Kerinton és Mr. Dermot dús gazdag emberek, pénzük, mint a pejva, nem volt szükségük, hogy bárkit is kiraboljanak. Inkább csak, személyes holmikat vittek el a rablók. Bárkik is legyenek, azok kereshettek valamit. Nem hiszem, mondtam. Akkor meg mi az ördög ez az egész? Figyeljen ide, felügyelő! Tudta, hogy Emmer Kerintön és Mr. Dermot halálos ellenségek. Nem én. Pedig azok. És? Az az érzésem, hogy meg akarják ölni egymást. Egymásra vadásznak. Úgy gondolom, hogy mondjuk Emmer Kerintön megpróbálta törbecsalni Emmer Dermottot és egy rabló támadás ürügyén megölni. Mit szól hozzá? Tudja, mit, Lorenz? Azt tanácsolom magának, hogy ne nagyon terjesztgesse az elképzeléseit, mert megütheti miatta a bokáját. Ahogy maga is említette, ezeknek az embereknek annyi a pénzük, mint a pejva, és ha fejjelentik magát rágalmazásért, nem hiszem, hogy elkerülné a börtönt. Ott pedig mindig történhet valami. Majd óvatos leszek, ígértem. Ha valami baj lenne, csak szóljon ide nekem. Ezt is megígértem. Csak éppen egyáltalán nem voltam biztos benne, hogy ha valóban bajba kerülnék, lenne -e időm a segítségét kérni. 96. Úgy látszik ez az éjszaka a telefonok éjszakája volt. Már átvágtam az udvaron, és éppen azon gondolkodtam, hogy másszak-e ki a kerítésen, s a kolostort megkerülve menjek -e be a kapun, vagy próbáljak meg átjárót találni a lerobbant el épületéből a legnagyobb épületbe, hogy onnan közelítsem meg a sátramat, amikor ismét felcsengett a telefonom. Mivel a úgy ontotta a fényét, mintha túlságosan sok lenne belőle neki, és mindenképpen meg akarna szabadulni tőle, nem óhajtottam sokáig a világosságban ácsorogni. Behúzódtam a kő árnyékába, és benyomtam a gombot. Leslie. Természetesen Hári volt a vonalban. Hol vagy most, leslie? -e? Múmia keresőben mondtam. Na, és találtál? Igen. De nem csak múmiát. Alig, hanem megtaláltam Lucy Hovardot. Hitetlenkedő csend fogadta a bejelentésemet. Pedig büszke voltam a felfedezésemre. Eddig ő volt az, aki sok eltűnt személyt talált meg nekem, most egy kicsit dicsekedni szerettem volna, hogy én is megtaláltam valakit. Ismételt csak meg! Leslie. Megtaláltam Lucy is ismételtem. Biztos vagy benne. Nagyjából. Jó vicc lenne, ha megtaláltad volna. Mi az, hogy jó vicc lenne? Mert én találtam meg, haver. Olyannyira meglepődtem, hogy majdnem kiejtettem a telefont a kezemből. Hogy hogy megtaláltad? Megtaláltam. Biztos, hogy ugyanarról a Lucy Hovardról beszélünk. Én azt a Lucy hovardot találtam meg, aki előbb kerintön, majd dörmött felesége volt. És, hol találtad meg, hári? Egy hullaházban, Leslie. -e. Két hónappal ezelőtt került oda. Honnan? A Potomat folyóból. És hogy került oda? Valaki fejbe lőtte, barátom. Aztán zutty. Bedobta a lágy habok közé. Voltak nála papírok. Hogy lettek volna? Már hónapok óta a folyóban lubickolt. Részletesebben is beszéljek az állapotáról. Felesleges hárítottam el szíves ajánlatát. Inkább arról beszélj, miből jöttek rá, hogy ő Lucy hovard. Mert kerestették. Ki kerestette? Ezt sajnos még nem tudom. A rendőrség nem adja ki az információt. Kiskapu. Még nem találtam meg. Minden esetre úgy történt a dolog, hogy kihalázták a folyóból ahol testet valami úszadékfa alászorult vagy mi, aztán DNS mintát vettek belőle, és félre rakták pihenni. Egészen addig pihent a mintő, amíg valaki be nem küldött a zsaruknak egy másik mintát, és kérvényezte, hogy hasonlítsák össze néhány még nem azonosított halott nő DNS-ével. Ez egy kis zavarosnak tűnik nekem. Nem csak neked. A lényeg az, hogy van egy azonosított holttestünk. Lucy Hovardé. Aztán van egy ismeretlen személy által beküldött mint ő, és mintha az is Lucy Hovardé lenne. Minden esetre a zsaruk biztosra veszik, hogy Lucy Hovard testét találták meg. Mit szólsz hozzá? Fogalmam sem volt, hogy mit szóljak. Ott vagy még, Leslie. -e? Van valami más is. Egyelőre nincs. De egy kis bogárka egyre itt zümmög a fejemben. És mit zümmög? Azt, hogy miért ne lehetne a tekerintőn barátod, vagy a másik, a második férj, Mr. Dermot, az asszony gyilkosa? Van erre valami bizonyítéka a bogárnak? Nincs, leslie? -e. Hát csak ennyit akartam elmondani. Továbbá megkérdezném, hogy most mi az ördögöt csináljak. Egyelőre semmit mondtam. Illetve próbált megtudni, hogy kikérte a DNS minták azonosítását. Kinyomtam a telefon gombját, és magam elé bámultam. Őszintén szólva csalódott voltam. Felépítettem magamnak egy életre való kis konstrukciót, amely sok mindent megmagyarázott volna. Csak, hogy Lucy Hovart holteste megkavarta az egészet, és úgy összedöntötte az elméletemet, hogy egészen a naprendszeren túlra repültek a darabjai. Elméletem szerint ugyanis Lucy Hovarnak nem lett volna szabad halottnak lennie. Lucy Hovarnak élnie kellene, és itt bujkálnia a környéken. Arra gondoltam ugyanis, hogy Lucy Howard valamilyen oknál fogva volt férjei nyomába erett, és most itt rejtőzködik a közelünkben. Hogy miért, az már egy másik kérdés. Talán pénzt akar tőlük. Lehetséges, hogy meg akarja zsarolni charrington és Dermottot. Ő az, aki időről időre meg szokott látogatni éjszaka. És most Lucy Howard halott. Akkor viszont ki az ördög lehet az éjszakai látogatóm. Némi töprengés után rájöttem, hogy hiába túráztatom az agyam, magamtól nem fogok rájönni semmire. Legjobb lesz, ha megpörgetem az időkerekét. Így is tettem. 97. Emmer Kerintön a sátrában sétálgatott, és csak akkor torpant meg, amikor észrevett. Én akkor már másodpercek óta az ajtóban álltam és figyeltem. Emmer Kerintön mintha zaklatott lett volna. Ó, maga az. Sóhajtotta, amikor beléptem az ajtónyíláson. Történt valami. Valahol itt bujkál a múmiája, mondtam. Érzem. Valóban. Nézett rám. Csak érzi. Kezdetnek ez se semmi. Reménykedhetek benne, hogy megtalálja. Kettőt már megtaláltam. És a harmadik. Úgy érzem, nagyon közel járok hozzá. Mi lesz, ha megtalálom? Hogy mi lesz? Leköpöm, brúzté nemes elhatározás. És azon kívül. Hazaviszem mind a hármat. Biztos benne, hogy a hatóságok beleegyeznek. Jó kapcsolatokat ápolok az indiai kormányjal. És ha mégsem. Azt hittem, hogy erősködni fog, hogy mindenképpen elviszi a múmiákat, ám ekkor valami meglepőt mondott. Akkor életbe lép a B-terv. Nocsak. Hökkentem meg. Az is van. Van, mondta. Azzal is számolnom kellett, hogy jó kapcsolataim ellenére sem leszek képes kivinni őket az országból. Ezért nemrég kitaláltam egy B-tervet. Mi az, ha szabad kérdeznem? Itt építek ma uzóleumot nekik. Erre nem számítottam. Meg is láthatott rajtam a csodálkozás, mert rám villantotta a szemét. Az arca mozdulatlan maradt, a szeme viszont vidáman csillogott. Mintha élvezte volna a zavaromat. Hol itt? kérdeztem. Indiában. A hely még kérdéses, de van rájelöltem, nem is egy. Akárhol is építem fel a mauzóleumot, özönleni fognak oda a turisták, hogy megcsodálják a három múmiát, Drilbut, Damarut és Duxot. Ezzel is hozzáteszek valamit az emberiség kultúrájának a megőrzéséhez. Nemes cselekedet bólintottam. Ehhez viszont az kell, hogy találja már meg nekem azt a nyomorult múmiát. Lelövöm magát, ha Dörmöt találja meg elsőnek. Gyorsan témát váltottam. Néha előfordul, hogy bejön. Vannak olyanok, akik ilyenkor elárulják magukat. Megtalálták Lucy Hovardot, mondtam. Majd egy percbe tellett, amíg felfogta, hogy mit mondok neki. Ez meg, ez megnyögte. Mi a franc? Nem tudom, hogy nevezzem. Miss Hovard, Mr. Dörmöt vagy egyszerűen csak Lucy Hovard. Lassan kezdte összeszedni magát. Mi a, fenét akar ez jelenteni? Hogy jön ez ide? Ha jól tudom, az ön felesége is volt. Persze, hogy az volt. De ezt egyszer már elmondtam magának. Fel is háborodtam az érdeklődésén, elvégre miköze van magának a családi ügyeimhez. Milyen feleség volt? Kérdeztem. Emmer Kerinton úgy döntött, hogy először a sértett és felháborodott fickót játsza el már akkor megmondtam magának, hogy semmi köze hozzá. Ez az én magánügyem. Ha nem tetszik magának, fel is út, le is út. Meggyilkolták, mondtam. Úgy belesült a méreg, mint ahogy fegyvercsőbe szokott régen a golyó. Micsoda? A potomakban találták meg. Washingtonban. Mi az ördögöt keresett ott? Ezt magának jobban kellene tudnia. Emmer Kerintön hallgatott és a fejét törte biztos voltam benne, hogy változtat a taktikáján. Én az ő helyében kissé lejjebb vettem volna a hangerőt. Azt mondja, meggyilkolták. Kérdezte le csendesedve. Fejbe lőtték. Többször is. Maga honnan tudja ezt? Beszéltem valakivel. Biztos, hogy ő az. A DNS minták esküsznek rá. Minták. Összehasonlították az ő mintáját valaki másnak a mintájával. Ki az a valaki más? Azt nem tudom. Hogyhogy hogy nem tudja. A barátom sem tudja. Csak annyit tudok, hogy a rendőrség, az FBI vagy kicsoda nyomozni kezdett. Ön szerint, most mi fog történni? Rászállnak mindkettőjükre. Gondolja, hogy engem is kihallgatnak. Az a legkevesebb mondtam. És a legtöbb. Nem akarom ijesztgetni. Meséljen valamit a feleségéről. Emmer kerintön habozott, aztán megvonta a vállát. Miért is ne? Szóval, mit akar tudni? Például azt, hogy ki volt Lucy Howard. Egy szörnyeteg mondta Emmer kerintön. Az volt. Megfelelőbb szót ne is keressen rá, mert egyetlen szótárban sem fog találni. Lucy szörnyeteg volt. Hol ismerkedtek meg? Egy farmon. Egyedül mentem egy üzleti összejövet magam vezettem a kocsit, amely egyszer csak volt szíves bedögleni. Nem messze attól az elátkozott helytől találtam egy kis farmot, düledező épülettel, mezőgazdasági gépek rosdás roncsaival, és egy farmer családdal. Annyi gyerekük volt, hogy hirtelen meg sem tudtam számolni őket. De nem is akartam. Segítséget kértem a mogorva apától, aki hajlandónak is mutatkozott rá. Bügykölt valamit a kocsimon, így sikerült kihúznom az első szerelő Ekkor már sajnos szerelmes voltam. Beleszerettem Lucáiba, ő volt a farmer harmadik lánya. Mit mondjak, eddig csak a filmekben láttam ilyen szépséget. De a másik két lánya is ugyanolyan szép volt, csak fiatalabbak, mint ő ismertem jól a filmvilágot, volt is dolgom egy sereg színésznővel, jól tudtam, hogy az ő szépségük mennyire mesterséges, és hogy néznek kis mink nélkül másnap reggel. Lucy azonban egészen más volt. Friss és üde, mint egy harmatos rózsa. Kívül. És belül. Féreg lakott benne mondta. Nem illik ilyet mondani egy hölgyre. Márpedig ő férges volt, nekem elhiheti. Messze kellett volna futnom akkor attól a farmtól. Én viszont, amilyen marha voltam, nem csak hogy visszamentem, hanem Rips robs, feleségül is vettem Lucáit. Azt hiszem, messze ez volt életem legrosszabb húzása. Még az is jobb volt, amikor bangladesi részvényeket vásároltam. Mit tett Lucy, hogy ennyire megorlott rá? Lopott. Lopta a pénzem. Erre számíthatott volna. Ha valaki egy népes családlányát veszi feleségül, ráadásul szegény családét, akkor bizony nem ritkaság, hogy a feleség támogatja a szüleit vagy testvéreit. Rosszul értelmezi, amit mondtam. Lucy nem a családjának lopott. Ezt még valahogy elviseltem volna. Sőt, álltam volna a cedhet. Akkor kinek? A pasiainak. Mert hogy volt belőlük bőven. Amikor gyanús lett a dolog, felfogadtam néhány magánzsarut. Egy hét sem kellett hozzá, és már is megérkeztek az első jelentések. Kiderült, hogy Lucy egy hét alatt majdnem tíz pasassal feküdt le. Ejha! Maga mit tett ekkor? Hogy mit tettem? Kirúgtam. De előtte elváltam tőle. Nem nagyon bánkódott, ezt el kell ismernem. Mintha ő is örült volna, hogy megszabadult tőlem. Még csodálkoztam is magamban, hogy hajlandó a pénzes ilyen könnyedén elengedni, de aztán, amint elváltunk, már rá is jöttem, hogy miért. Akkor már befűzte Bruce T., aki amilyen ökör volt, feleségül vette. Még meg is haragudtam rá, nem azért, mintha vissza kívántam volna szerezni Lucájt, hanem hogy rokon létére ijedtett. Azon kívül sajnáltam is szegényt. El tudja képzelni, hogy egy gyönyörű nő csak úgy beleszeressen Bruce-ba. A szerelem vak mondtam. Bruce pont úgy járt, mint én. Aztán ő is elvált tőle. Ennyi. Mi lett Mr. Dermottal, azaz Lucy Hovarddal. Jó darabig nem hallatott magáról. Aztán egyszer csak felhívott. Úgy is mondhatnám, hogy megzsarolt. Ekkor kiderült számomra, hogy ez a nő nem csak gyönyörű, hanem okos és gátlástalan is. Képzelje, minden bizalmas iratomról másolatot készített. Nézze, Emmer Lorenz, tudom, hogy nem szép dolog, amit most elárulok, de az üzleti élet már csak ilyen. Néha olyan módszerekhez kell folyamodnunk, amelyek nem egészen törvényesek. Ezt szintén megmondom. És én is folyamodtam ilyenekhez. Ezt manapság korrupciónak hívják. Le kellett fizetnem ezt azt, hogy olajozottan dolgozzon a gép. Keleten, főleg Indiában nem is lehet másképpen. Ha van egy terve, amit meg akar valósítani, rengeteg tenyérbe kell potyantani valamit, hogy egyáltalán komolyan vegyék. Nos, Lucy megfenyegetett, hogy ha nem adok neki pénzt, akkor tönkretesz. És meg is tette volna. Ez adott neki. Adtam. Békén hagyta ezután. De hogy hagyott. A zsarolók sosem hagyják békén a megzsaroltat. Csak néha hagynak neki lélegzetvételnyi szünetet. Aztán újra kezdik. Mi hát a megoldás? Sokféle létezik. Az egyik, hogy örökre meg kell szabadulni tőle. Arra céloz, hogy meg kell ölni. Az is benne van a pakliban. Csak hogy én nem vagyok gyilkos. Én üzletember vagyok. Képtelen lennék bárkit is megölni. És megöletni sem lennék képes. Viszont van több egyszerűbb és tisztább megoldás is. És azok mi csodák. Vissza kell például zsarolni. Ezért rászabadítottam néhány magánzsarut, hogy kotorásszanak egy kicsit a múltjában. Nézzék át tüzetesen azt a két évet, amit együtt töltöttünk. És. Találtak valamit. Ennek már nincs jelentősége. Lucy egyszerűen eltűnt. Bruce-t sem zsarolta tovább, mert mondanom sem kell, hogy ő is fizetett neki szerencsére megszabadultunk tőle anélkül, hogy pénzünk bekerült volna. Lehet, hogy Mr. Dermot, hm. Ugyan dehogy. Ismerem Bruce T., mint a tenyeremet, ő sem tenne soha ilyet. Őszintén szólva már évek óta abban reménykedem, hogy Lucy meghalt. Megölte valaki az alvilági barátai közül. Mert amint hallottam, fura alakokkal barátkozott, a mi pénzünkön. Mond valamit magának az a név, hogy nem száhibalini az világon semmit. Kellene, hogy mondjon. Csak úgy megkérdeztem. Még egy utolsó kérdés. Lucy miatt romlott meg a kapcsolata Mr. Dermottal. Nem, de az is rátett egy lapáttal, az kétségtelen. Bruce aljas csirkefogó, egy utánzó majom, akinek mindig az kell, ami nekem. De gyilkolni azt nem képes. Ne is gondoljon ilyesmire. Mi lesz, ha megtalálom a múmiát? Mi lenne? Az imént elmondtam, hogy mi a szándékom vele, illetve a három múmiával. A terv B-terv. És ha Mr. Dermot találja meg. Ő még egy elefántot sem képes megtalálni egy asztal fiókban. Talán emberdekárnáló vagy Miss Palmer bukkannak majd rá. Maga szerint előfordulhat ez. Minden előfordulhat. Nos, ez baj lenne. Nagy baj. És bizonyos értelemben padhelyzetet eredményezne. Nekem lenne két múmiám, neki egy. De már megvan erre is a tervem. Most találtam ki. Maga ösztönzően hat rám. Mi lenne az a terv? Belelökném Brusty egy szakadékba, és akkor az enyém lesz mint három múmia. Nem tudtam szabadulni a gondolattól, hogy bármennyire is úgy láttatja, hogy bármit megtenne a múmiákért, a meg B terveket emleget, nem igazán izgatja, hogy mi lesz a későbbi sorsuk. Ez pedig csak egyet jelenthet. Kerintőn tudja, a múmiák nem eredetiek. Nem Dux, drilbu és damáru testét rejti a fekete műanyag. Akkor viszont kiét. 98. Már félig kint volt a lábam a sátorból, amikor mégis csak visszahúztam. Bocsásson megmentegetőztem. Elfelejtettem valamit. És pedig. Magának van érdekeltsége Csennaiban, igaz. Óriási üzemem van ott, Emmer Lorenz, nem valami szaros érdekeltségem. Szokott Delhiből Csennaiba utazni. Persze, hogy szoktam. De más máshová is szoktam. Csennai a központom, de gyakran utazom Indián kívülre is. Mit akar ezzel? Vonaton is szokott utazni. Soha. Ha nem vette volna még észre, minden vasúti kocsi ablakán rács van, az ajtókat pedig csak a vasútasok tudják kinyitni. Halálos csapdák az indiai vonatok, nekem elhiheti. Ha tűz üt ki rajtuk, nincs menekvés. Láttam egyszer egy ilyen földi poklot a televízióban. Kigyulladt valahol egy vonat és az utasok nagy része bennégett a vagonokban. Azóta csak repülővel utazom, rövid távolságra pedig gépkocsival. Biztos benne, hogy nem utazott egyetlen egyszer sem Csennaiból új Delhibe. Persze, hogy biztos. De mi ez a marháskodás? Az az igazság, hogy jó magam sem tudom. Nemrég beszéltem Kabir lelfelügyelővel, ő mesélt nekem valami vonatrablás sorozatról, amelybe önné és Mr. Dermot is belekeveredtek. Ez valami tréfa. Nem tudom. Csupán megemlítettem. Mosolyogtam és kihúztam a sátorból. Nem mondhatnám, hogy sokkal okosabb lettem attól, amit hallottam tőle. Hosszú ideig törtem a fejem, elárulja meneki, hogy megtaláltam a múmiát, de aztán lebeszéltem magamról. Bár érdemes lett volna megfigyelnem a reakcióját, ez az expedíciónk végét jelentette volna. Én pedig még maradni akartam egy kicsit. Délután Mr. Dermot sátra felül örömújjongás szökött az égbe. Hamarosan kiderült, hogy mi okozta az örömet. Domingos talált egy holtestet az egyik oltár mögött működő hakangban. A zsákos szerzetes holteste lehetett. Aki a múmiát cipelte a hátán. A múmiát, ami alig ha valamelyik régen élt szerzetes múmiája volt. Akkor viszont ki az ördögé. A halott szerzetest ott találta meg, ahol senki sem kereste. Nem a kolostor valamely eldugott helyén, nem is elásva vagy befalazva, hanem a mitápa budha és tára is tennő szobra középréselve. Csak akkor lehetett volna észrevenni, ha kitakarítják a szobrok közti réseket. Egy láma azonban nem arra való, hogy gyakran takarítsák benne a rejtett, szűk és sötét sarkokat. A holtözt így háborítatlanul pihent a két isten közöttirésben. Bomlásának szagát alig ha nem elnyomta a gyertyák és füstölők illata. A felfedezés úgy történt, hogy Domingos nem volt képes meghazudtolni építési érdeklődését, ezért ahogy beszabadult a hakangba, először a tetőgerendákat vette szemügyre, majd az isten szobrokat. Sok kárt nem tehetett bennük, mivel nem voltak szerszámai, azon kívül nyima utasítására három szerzetes is loholt a nyomában, megakadályozandó, hogy bármihez is hozzányúljon. Domingos egyszer csak behajolt a két szobor közötti résbe, csak az istenek tudják, hogy mit keresett benne, s mivel látta, hogy van odabent valami furcsaság, kihúzta. A valami egy halott szerzetes volt. Már önmagában ez is gyanús lehetett volna, elvégre egy szerzetes nem mászik be két szobor közé meghalni. Legfeljebb, ha feltételezzük, hogy beszorult, és nem volt képes kimászni többé. Ez valóban megtörténhetett volna, de mégsem ez történt. A nyakára szorult zsinórból arra következtettem, hogy valaki megfojtotta. Leültem a hakangban a fal mellé, tenyerembe hajtottam a fejem, és megpróbáltam kitalálni, hogyan történhetett a dolog nem kellett nagy éhez hozzá, hogy rájöjjek. Kezdődött azzal, amit Nyima egyik szerzetese látott, hogy tudni illik éjszaka egy idegen szerzetes, aki zsákot cipelt a hátán, megközelítette a kolostort, letette a zsákját az imahengerek szomszédságában, keresztül mászott a kerítésen zsák nélkül, és eltűnt a használaton kívül helyezett el hakangban. Nyilván rejtek helyet keresett a zsákjának. Ezt megismételte néhányszor, majd egyszer csak bevitte a zsákját a régél hakangba, beledugta a két nagy, kipreparált hanka közé, s mint aki jól végezte dolgát, visszatért az udvarra. Ott aztán, vagy a falon kívül, elkapta valaki és megfojtotta, majd elrejtette a működő hakangban két isten szobor közé. Vajon mi az ördögért? Akárhogyan is törtem a fejem, nem jutottam közelebb a megoldáshoz. Ráadásul még arra sem tudtam rájönni, hogy ki lehet a kék száris hölgy. Korábban vele kapcsolatban is voltak feltételezéseim, de most ezek is összeomlottak, mint a kártyavár. Úgy gondoltam, hogy talán Lucy Howard lehet, aki Indiába is követte volt férjeit. Nem tűnt el végleg, ahogy Dörmöt és Kerintön hitték, hanem utánuk erett. Hirtelen az eszembe ötlött valami. Mit is mondott Hári? hogy kerintön gyárából eltűnt kilenc férfi. Három múmia, három zsákos ember és három gyilkos. Ez éppen kilenc. Elhatároztam, hogy beszélni fogok Mr. Dermottal. 99. Emmer Dermottot nem volt könnyű megközelítenem. Úgy fogtam hozzá, mintha háborúban lennék. Kerestem egy faágat, olyan métereset, rákötöztem végére a zsebkendőmet, és feltartottam a levegőbe. Aztán elindultam Mr. Dermot sátra felé. Még félúton sem járhattam, amikor Domingos bukkant elő Mr. Dermot sátra mögül. Megtorpantam, és barátságosan rámosolyogtam. Hello, Domingos. Láttam, hogy előre mered a bajusza, amit rossz jelnek értékeltem. Én vagyok az, Leslie -e folytattam a barátkozást. Domingos gónyosan nézett rám. Kicsoda? Leslie? -e? Milyen Leslie? -e? Lorenz mondtam. Én ilyen nevű fickót nem ismerek. Pedig, néhány alkalommal már megmentettem az életét. Vérfagyasztóan felkacagott. De tényleg. Valóban vérfagyasztó volt a nevetése. Maga. Az enyémet. Ez olyan pofátlan állítás, hogy nem is válaszolok rá. Legszívesebben megverekednék magával. Benyúlnék a száján és kifordítanám. Mit szólna hozzá? Láttam, hogy elönti az agyát a dühje, és ha el akartam kerülni a nagyobb hét, gyorsan lépnem kellett. Emmer Dermothoz jöttem, mondtam. Nincs itthon. Hát ha mégis. Ha én egyszer azt mondom, hogy nincs itthon, akkor magának kutya kötelessége elhinni, amit mondtam. Világos. Különben, mondjam meg nekem, nagy okos, hogy mit talált a kolostorban. Talált egyáltalán valamit. Mert én igenis találtam. Egy halott embert. Maga mit talált? Egérszaron kívül semmit, igaz? Majd ha talál valamit, akkor jöjjön vissza. Ám ez csak álom marad a maga számára. Én fogom megtalálni a múmiát, és ezzel fenn marad a nevem örökké. Mi a csoda? Hökkentem meg. Hol marad fenn? Mr. Dermot kiállítást rendez a múmiákból, és egy résztáblára feliratja az én nevemet is, mint megtalálóit. Az nem zavarja, hogy két múmiát én találtam meg, és mindkettő ember kerintön birtokában van. Maga még nem tudja. Birgyeztette le a száját. Mit kellene tudnom? Hogy ember és Mr. Dermot egyeséget kötöttek. Most pedig forduljon meg és húzzon el, különben bepöccenek. Mindenképpen beszélni szerettem volna Mr. Dermottal, ezért még arra is kész lettem volna, hogy meghúzogassam a bajuszát, de sajnos ekkor már pisztoly volt a kezében. Nagyon meg kellett hát gondolnom, hogy mit csinálok. Szerencsére nem kellett semmivel próbálkoznom, mert megrebbent a Mr. Dermot ajtaja elé akasztott szőnyeg, és Mr. Dermot nézett ki ránk. Mi történik itt, Emmer de Carvaló? Kérdezte. Mr. Dermot ezen a délutánon sem volt vonzóbb jelenség, mint egyéb délutánokon. Ahhoz kétség sem férhetett, hogy egy gigantikus pókra emlékeztet. Valaki be akar törni magához, Mr. Dermot. csoda? Valaki, aki lezli el Lávrensznek mondja magát. Mr. Dermot végignézett rajtam. Hozzám jött Emmer Lawrence. Bólintottam. Engedje csak be, Emmer de Carvaló. Ez egy veszélyes fickó, Mr. Dermot. Nem lenne jobb, ha nem állna szóba vele. Engedje csak be nyugodtan. Mr. Dermot elhúzódott a bejárat elől, én pedig beléptem a sátrába. Mr. Dermot helyet mutatott egy széken, amely tulajdonképpen nem is igazi szék volt, hanem tevenyereg. Nos, Emmer Lorenz. Kérdezte csípőretett kézzel. Misél hozta erre felé? Hallottam, hogy találtak egy halottat. Ó, oh, igen. Emmer de Carvaló találta meg. Gratulálok, mondtam. Mr. Dermot legyintett egyet. Azt hiszem, még korai a gratuláció. A múmiát még nem találtuk meg. De azt is megfogjuk. Csak nem azért jött hozzám, hogy felajánlja a szolgálatait. Nem hiszem, hogy szüksége lenne rá. MR. Decarvaló majd megtalálja önnek. Mr. Dermot ismét legyintett. Vaktyúl is talál szemet. De még mindig érvényes az ajánlatom. Egyelőre másért jöttem mondtam. Kérdezni szeretnék öntől valamit. Bólintott, majd ő is leült egy összecsukható vadásségre. Hát csak tessék. Előre hajoltam és a szemébe néztem. Tudja, hogy Lucy Howard halott. Egyetlen pillanat alatt hófehér lett az arca. Mit beszél itt, nekem, össze-vissza. Megismételtem a mondatot. Mr. Dermot behunyta a szemét, majd ismét kinyitotta. Honnan veszi ezt az ostobaságot? Van egy barátom, aki beszerez nekem néha-néha egy-egy fontos információt. Hogy az ördögbe? Elmondtam neki, hogy Washingtonban, a Potomac folyóban találták meg, olyan állapotban, hogy már csak DNS minta alapján tudták azonosítani. Hogy történt? Megölték, Mr. Dermot. Mr. Dermot ismét behunta a szemét. Biztos voltam benne, hogy meghalt feleségét próbálja maga elé idézni. Hogy ölték meg? Fejbe lőtték. Kire, gyanakszanak. Azt hiszem, senkire. Még. Ezt hogy érti? Bizonyára önöket is ki fogják kérdezni a zsaruk. Emmert arlington és önt. Elvégre mindketten a férjeik voltak. Kissé elfordult, és az ajtó felé nézett. Mintha azon gondolkodott volna, hogy behívatja Domingost és kidobat a sátrából, vagy akár agyon is lövet vele. Sajnálom, Mr. Dermot mondtam. Dörmöt felém fordult. Nem vagyok elkeseredve miatta. Csak éppen, váratlanul ért a hír. Feltehetnék vele kapcsolatban néhány kérdést. Milyen, jogon? Természetesen nincs jogom hozzá. De megtörténhet, hogy a rendőrség visszarendeli önöket új Delhibe vagy Csennaiba, és ezzel véget is vethet az expedíciójuknak. És ön mit tud tenni ez ellen? Vannak barátaim, akik el tudnak intézni ezt-azt. Végül is maga zsaru. De hogy is, csak meg szeretnék oldani néhány gyilkossági ügyet. Kérdezzen. Tudom, hogy Lucy Hovard az önfelesége volt. Hogy csábította el ember tól Ez tévedés. Tiltakozott. Ő csábított el engem. Nem fontos, hogyan, de olyan helyzetet teremtett, hogy Czarringtonnak el kellett válnia tőle. Maga megelvette sajnos. De most, hogy meghalt, sajnálom. Annak ellenére sajnálom, hogy nagy kő esett le a szívemről. Kerintön tud róla. Bólintottam. És, hogy fogadta a hírt. Úgy, mint ön. Sajnálja is és meg is könnyebbült egy kicsit. Hát, köszönöm, hogy elmondta. Bár Lósi már csak a múltam egy darabja. Amikor elindultam az ajtó felé, utánam szólt beküldené hozzám Domingost. Jól lehet, nem nagyon akaródzott szót váltanom vele, bólintottam. Úgy gondoltam, hogy nem kell keresgélnem, amint kilépek az ajtón, már is sértésekkel halmoz el, és addig nem is hagyja abba, amíg be nem menekülök előle a sátramba. Domingos azonban nem támad rám. Néztem jobbra, néztem balra, de nem láttam sehol. A nap már elbújt a környező hegyek mögé, csend volt, csak a tücskök círpelése hallatszott. Tettem néhány lépést előre, aztán megtorpantam. Hol az ördögben lehet Domingos? Mivel nem találtam, elindultam a sátra felé. Óvatosan mentem, nem szerettem volna, ha egy kellemesen fütyörésző golyó kiukasztja a bőrömet. Csend volt a sátrában is. Lehet, hogy lefeküdt pihenni, és elaludt. Összeszedve minden bátorságomat, óvatosan elhúztam az ajtónyílás előlaponyvát. A hold rávilágított dekárvaló fekhelyére. Domingos nem volt rajta. Visszalépkedtem Mr. Dermot sátrához. Mr. Dermot! Kérdeztem már jó messziről, nehogy valami csúnya tévedés áldozata legyek. Mr. Dermot! Mi a helyzet? Nézett ki az ajtaján. Feje fölé glóriát rajzolt a holcsugár. Nem találom Domingost. Pedig itt kellene lennie valahol. Minden esetre köszönöm, Emmer Lorenz. Jó éjszakát! Mivel úgy sem tudtam volna elaludni, a használaton kívül helyezett el hakang felé vettem az irányt. Ezúttal nem égett a gyertya, és nem izzott füstölő al hakang belsejében, sötét volt odabent, mintha egy gonosz isten lenyelte volna az egész ima és természetesen engem is vele együtt. Elővettem a zsebemből a zseblámpámat és felkattintottam. Erős volt a fénye, így jól láthattam mindent, amire csak rávillantottam láttam Muni Budha szelíd arcát, Maitréját, amint fenyegetőn belenéz a lámpa fénykörébe, az alvilág urát, és még néhány haragló istent is. Hirtelen valamelyik közülük nyögdécselni kezdett. Olyan fulladozva, hogy már már azt hittem, az emberek által elkövetett bűnök tengere folytogatja. A hang irányába pislogtam, de nem láttam semmit. Azaz valamit mégiscsak láttam mintha sok lábú sok karú pára csomók gomolyogtak volna a levegőben. Van itt valaki? Kérdeztem. Olyan halkan, hogy csak a hozzám közel álló hallhassa meg. Nyő, hallottam a választ. KRHHH, ö Tettem néhány oldal az aztán lefeküdtem a padlóra. Van itt valaki? Kérdeztem újra. Kő, kő. Óvatosan végigfuttattam a lámpám fénycsóváját az isteneken. Az ott sákjamuni, az imént is ott volt, ott van tára anya, aztán Maitreya, Shinje. Padma Szambhava. Álljunk csak meg egy pillanatra. Padma Szambhavára nem emlékeztem vissza, pedig már korábban is ott kellett lennie. Furcsa gondoltam magamban, hogy mindeddig még nem volt időm hérukán kívül alaposabban is megbámulni az isteneket. Pedig soha nem mulasztottam el, ha régél hakangban járok, barátságot kötni velük. Legtöbbjük így is régi ismerősként üdvözölt. Ahogy megálltam előttük, mosolyra húzódott a szájuk. Ez a padmaszambhava azonban nem volt régi ismerősöm, akárhogy is vizsgálgattam. A nagyvallás alapító kardot tartotta kezében, amelynek a hegye majdnem a mennyezet ígért. Pengéje enyhén évet volt, ha nem olyan, alig, hanem a mennyország padlóját bögdöste volna vele. Padmasambhava egyébként monumentális szobor volt, majd három méter magas, maga a láb feje akkora, mint egy kétevezős csónak. Amikor felkeltem a padlóról és az arcába világítottam, vicsorogni kezdett. Hiába, nem mindenki szereti a villanyfényt. A mellette húzódó fehér falra pillantottam. Padmasambhava volt az utolsó az Isten szobrok sorában, zseblámpám a falra vetítette a szilusztjét. Láttam a feje árnyékát, a kezében tartott kard árnyékát. Aztán egyszerre csak megdermettem. Valami másnak az árnyékát is ott láttam a falon. Közvetlenül felettem lógott valami padmaszambhava kardján. A valami egy kitömött, emberforma bábú lehetett. Talán a csamtáncok alkalmával használatos jelmez. Vagy a jelmezeket készítő szerzetesek próbababája. Önkéntelenül is felsóhajtottam. Kár, hogy elmúlt az az idő, amikor a kolostori műhelyekben a szerzetesek maguk készítették a csamtáncokhoz szükséges jelmezeket. Jó lenne egyszer megtekinteni, hogyan dolgoznak a kolostori mesterek. Jó lenne. Kvő, kvő. Felvilágítottam a lámpámmal a mennyezetre. Közvetlenül alatta, talán 10 cm nyire tőle valóban lógott valami padmaszambhava kardján. Ekkor már nem gondoltam próbababának, sem egy másik istenfigurának. figurának akkor már embernek gondoltam. Embernek, akit felakasztottak padmaszambhava kardjára. Lekapcsoltam a lámpám és négy kézlába kiárat felé igyekeztem. Kinyitottam az ajtót, amit érkezésemkor gondosan becsuktam magam mögött, és hagytam, hogy a hold bevilágítson alhakangba. Be is világított, bár nem nagyon merészkedett előre. A padmaszambhava szobron azért még végig kúszott a fénye. És végig kúszott azon a valamin is, ami padmaszambhava kardjáról lógott lefelé. Most már világosan láttam, hogy egy ember az. A hold halvány fénye, dacolva a sötétséggel, a pokhálós falra rajzolta a felakasztott ember szilúztjét. Így az arcáit is. Láttam kisé horgas orrát, férfias homlokát, és szája két sarkából lecsüngő bajuszát. Ez az akasztott ember nagyon is Domingos de emlékeztetett. Ő is volt az.